A három testőr Afrikában. Első fejezet. Négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál. Egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta. A gyalogos, az őrvezető és a géppuskás a padon foglaltak helyet, a hússaláta az asztalon egy tálban. Idő, délután 7 óra színhely, Afrika, Rakmár. Egy távoli eldugott garnizon a Szahara valamelyik oázisában, ahol néhány ott felejtett légionista és egy pár nyomorult arab tengődik. Személyek, személytelenek. Történik semmi. Rakmár oázis legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy a legkevésbé feltűnő, legkisebb mértékben sem jellegzetes oázis Afrikában. Középpontja egy vályogfallal körülvet katonai tábor, amit a szaknyelv minden alap nélkül pusztán szokásból erődnek nevez. Az erőd ellenálló képességéről fogalmat adhat egy nemrég lejátszódott esemény, amikor a részek káplár dühösen a falba rugott, és súlyos sérüléssel a kórházba szállították, mert az egyik lőrés a fejére esett. De ilyesmit mégis erődnek hívnak, és számmal is ellátják. Ez az erőd a 72-es számú volt a szahara hasonló építményeinek sorában. A körfal mögött egy törzsépület, nyers téglából épült földszintes kis ház, és két legénységi barak. A barakban katonák, a katonákban fásult letargia az álmosító forróságtól és az egyhangúan múló napoktól. Vagy ötven pálma veszi körül az erődött poros, tikkat, félholt, hosszú fák, és tetejükben egy-két kedélybeteg majom témfereg, ezek szívesen elköltöznének dúsabb tájakra, de nem tudják, hogy kerültek ide. A pálmák között 8-10 duárnak nevezett sárputri ismeretlen cillal, mert a benszülött háztulajdonosok évekig nem mennek be az ajtón. Viszont az ajtó elől sem mozdulnak, hová mennének a forró oázisban. Vagy mit csinálnának benne a kunyhóban? Igaz, Végeredményben az sem világos, hogy mit keresnek ezek az arabok a kunyhó előtt, ahol üldögélnek. De hát egy oázis nem arra való, hogy minden mozzanatában megfeleljen valamiféle okszerűségnek. A benszülöttek tehát a kunyhó előtt esznek, isznak, alszanak és unatkoznak. Mit is keresnének benne a duárban? Egy horpat fazék, néhány törött holmi, egy rothadt gyékény és más efféle található ott a döngölt földpadlón. Ezen kívül néhány ezer légy. Ezeket nem szükséges felkeresni, és a kecske az kijön magától is, ha megéhezik. Rakmár oázis központja a Grand Hotel eltérően a hasonnevű európai intézményektől a Rakmári Grand Hotel ócska kis bódé volt. Tulajdonos egy félszemű rabló, aki annak rendje és módja szerint kitöltötte tíz éves fegyházbüntetését, majd szorgalmas működésének gyümölcséből letelepedett itt, mint vendéglős. A Timbuktu felé haladó karavánok, átutazó vadásztársaságok jelentették a nagy jövedelmet, az oázis két arab csendőre és száz fő körüli helyőrség az állandó üzletmenetet. A Grand Hotel, mint a neve is mutatja, a nagyvilági élet úri illúzióját hozta el a szaharába. A félcolos deszkafalat ugyan átrágta mindenféle féreg, a vályog és a pofa padok sem emlékeztettek a hason nemű európai intézményekre. Na de rádiókészüléke volt, szinte két havonta új napilapok érkeztek, és Leila, az arab démon, táncokat lejtett. Ezt a műsorszámot kisé népszerűtlenné tette az a közismert tény, hogy Leila, az arab démon, ötvenedik életévét már régebben betöltötte. A kor és egy ideges benszülött zsebkése mély nyomokat hagyott az arcán, így aztán Leila, az arab démon, alig táncolt, és a szórakozást illetően leginkább arra szorítkozott, hogy egy tambura-szerű, irhával bevont hangszert ütögetett. Ezt is csak addig, amíg a vendégek határozott állásfoglalása nem kényszerítette hallgatásra. Ilyenkor egy távoli sarokba kuporodott és démoni érzékenységében megsértve, szomorúan pipázott. Este segített a sérülteket kötéssel ellátni. Általában légionáriusok tartózkodtak a Grand Hotelben, akik kockáztak, ittak vagy levelet írtak. Némelyik a fegyver és a szíjazat tisztítását is itt végezte, de este felé verekedés volt. Ez a programpont nem maradhatott el, úgyhogy egy elmés légionárius, aki festőművészi pályáról került ide, új cégtáblát készített, amit a tulajdonos meghagyott az ajtón, ez állt rajta. Grand Hotel, 5 órai Gabona pálinka, esténként az úri közönség verekszik, kitűnő széklábak, megbízható elsősegély. Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan. Az asztalnál időző három különböző nemzetiség, ha leszámítjuk az orosz hússalátát, komolyan tanácskozott már kora délután óta itt ültek együtt, igen halkan beszéltek, és ha arra jött a tulajdonos, akkor hirtelen elhallgattak. A félszemű rabló, akit elévült körözvények alapján Brizeron néven ismertek, mint vendéglős, hiú volt szakács tudományára, és most ott settenkedett a három katona körül, akik a hússalátát rendelték, mert hiába a légió furcsa hely, ahol nem egyszer urak is megfordultak már, nem csoda, ha ilyen finom ételt rendelnek. De Brüsser úgy érezte, hogy kitett magáért. A vendégek elismerésüket fejezték ki, a húsaláta egészen kitűnő volt, és ezen az sem változtatott, hogy végül egy igazán csak kevésé használt lámpabelet leltek benne. A francia őszinte köszönetet mondott a tulajdonosnak a kitűnő ételét, amikor átadta a petróleum szívó belet. A tulajdonos örült a dicséretnek, és megköszönte a lámpa belet, amit már elveszett itt. És igazán nem könnyű errefelé beszerezni az ilyen holmit. Nagyon finoman készíti az ételeket, barátom, mondta az angol. Uram, felelte szerényen Brizseron, a félszemű rabló. Levinnél tanultam a szakács mesterséget. Ezt sokszor hangoztatta, és büszke is volt rá. Senki se tudta, hogy hol lehet ennek a nevezetes, előkelő Levinnek a vendéglője, de a Grand Hotel tulajdonosa olyan büszke pirulással mondta, és olyan nagy erejű ember volt, hogy nem mertek közelebbi adatot tőle kérdezni Levint illetően. Feltehető, hogy ez esetben jogos felháborodása nem ismerne határt, és pofon ütné az illetőt. Különben mindenki szégyelte kisé, hogy nem ismeri Levint, aki nél főzni tanult, ezért úgy tettek, mintha jól ismernék. Egy káplár azt is mondta már, amikor a kantin főztjét dicsérte, ilyet eddig csak levinné lettem. Valószínű volt, hogy szégyen egy ilyen vendéglőst nem ismerni, aki a szakmájában bizonyára a zseniális riccel vagy düvállal egyenrangú. Lassanként tehát senki sem tekintette vitásnak Levin személyét, és úgy dicsérték Bizsorunt, hogy ezt maga Levin sem csinálná különben. Most hát, kedves Bizsorón, hozzon nekünk egy üveg vörösbort, és hagyjon magunkra. Parancsolnak térképet, pontos katonai célokra készült helyőrségek és időszaki folyók megjelölésével, szökéshez nélkülözhetetlen, kérdezte a szolgálatkészen a tulajdonos. Ehm, – Miből gondolja, hogy szökni akarunk? – kérdezte a Pittman nevű. – Akik vörösbort rendelnek és suttogva társalognak, azok szökést terveznek. – Más titkunk nem lehet? A kocsmáros leírhatatlan grimasszal mutatott ki az ablakon, itt forró sárga nap éged be kintről, a poros szomorú pálmák koronái, mint ájult fejek lógtak szinte halódva, és ha vontatott mozgással elindult köztük egy sovány majom, poreső szitált kardleveleikről. leveleikről odakint az arabok zörögtek tüzes kövekkel, mert ilyenkor sütötték estére a keszrát, messziről a lelépő őrség parancsnokának rövid, nyújtott kommandója hallatszik. Az ivó pálott bűzös levegője szinte repedezik a forróságtól, és millió légy döng. Egy sebekkel borított csontvászszerű vén arab a kenderszívás révületében olykor fehér szakállát tébdesi, és papagáj hangon Az ivó hátterében két verejtékező, sárgarcú katona kártyázik, a falon egy kerek óra minden fertájkor felhördül, mintha nyomban elütné a negyedet, de aztán ismét elhallgat. Rosdás szerkezete csak emlékszik azokra a régió időkre, amiket még pontosan jelzett az ütőmű. Hát nincs igaz a rablónak, aki Levinnél tanulta ki a szakácsmesterséget? Miféle beszélni valója lehet itt az embernek, ami titok? Kevesebb, mint semmi. Állandóan ugyanaz. Hozza a bort, mondta a Francis nevű álmodozó sápat fiú. Családi ügyről beszélgetünk, nem szökésről. A vendéglős elsietett, és visszatért a borral de azért hozta a térképet. Családi ügyekben is jobban kiismerik magukat katonai térképpel. Iránytűjük remélem van. Minek? Hát valami különös családi ügyhöz szükség lehet rá. Ekkor Leila, az arab démon, kiperdült középre, hogy táncával szórakoztassa a vendégeket, de az egyik kártyázó fogcsikorgatva rákiáltott. Azonnal hagyd abba! Kártyázni akarunk, vén boszorkány! Leila az arab démon visszaült szomorúan a sarokba. Hogy képzeled, mondta Francis nevű, akinek álmodozó arca volt. Engem is érdekel, szólt Thors, a köpcös amerikai. Pittman az angol előbb megtömte a pipáját, azután a térképet nézegette, végül elégedetten bólintott. Rendben van, nézzétek meg ti is, dél, nyugat és kelet felé egy-egy lehetőség kínálkozik a szökésre, északon előttünk a szahara. Úgy van, arra nincs út. Az egyetlen lehetőség, hogy valamelyikünk megmeneküljön, ha ma este három ember három felé szökik. Úgy intézzük, hogy csak reggel fedezzék fel. Miért váljunk el, ha eddig együtt küzdöttünk? kérdezte halkan a sápat Francis. Beszélj világosan, a mindenség a skót csavaros eszednek szitkozódott a kövér. A helyőrség létszáma 95 ember, mondta Pittman a skót, és megnyomkodta a pipáját. Ezt mi is tudjuk. Az erőd védelmére legalább a legénység felének a falak között kell tartózkodnia minden esetben. Ez a szolgálati szabályzat legszigorúbb pontja, érted már? Értem, okos, dörmögtet harz az amerikai. Én nem értem, mondta Francis Barry. Egy üldöző csapat 25 embernél kevesebb nem lehet, magyarázta Péterment. Ezt tudom? 47 embernek az erődben kell maradnia, 25 megy keletre az egyik után, 25 a másik nyomába, tehát a harmadikat, aki délre megy, senki sem üldözheti, mert nincs több katonarak már oázis erődjében, mint 95. Az nagyot csapott az asztalra. Tiszta dolog, ha hárman három felé szökünk, akkor egyikre nem jut üldöző csapat. Ez az egy nyugodtan eljuthat egy belga vagy angol gyarmat határára. Hogy ez melyikünk lesz, az tisztára szerencsejáték, amit onnan tud meg az illető, hogy 24 óra múlva sem követik. Ekkor Leila, az arab démon kilibbent középre, hogy a vendégeket szórakoztassa táncával. Átkozott boszorkány, üvöltötték egyszerre többen is. Hagyjál kártyázni is inni bennünket! A táncos nő visszalibbent a helyére és pipára gyújtott. És a, a kettő, akit elfognak, kérdezte Francis Barry, Adi törvény szék elé kerülnek, agyonlövik, vagy sok év Trávóforszéra ítélik őket, felelte Thors. De egy kényelmesen menekül, mondta Pitman. Az óra rekedten felhördült és csend lett. Csak a millió légy döngött. A három különböző nemzetiségű megállapodott hárman szöknek, kettőre a biztos elfogatás, egyre a biztos menekülés vár. Mindegyikünk magával visz, amit tud, de ez igen kevés. Ajánlom, hogy mindenhol holminkat már előre ajándékozzuk egymásnak, így az a kettő, akit elfognak, hozzájut a harmadik podgyászához. Miért kerüljön raktárba? Úgy van. Vendéglős. Monsieur, tollat tintát! Uraim, a térképen csak ceruzával szabad a családi ügyekre vonatkozó útvonalakat megjelölni. Igen, akkor jó lesz maga is, mint tanú. Hozta az írószereket, és a három ember a következő okiratot szerkesztette. Alul minden ingó és ingatlan vagyonunkat, barátunkra hagyjuk, akivel együtt töltöttük el az afrikai katonáskodás nehéz éveit, keltrak rak már 1900-17-én. Hé, fonál, gyere ide te is! A fonál csúf nevű katona igen sovány volt, és mindig dúdolt, nem jó kedvében, hanem mújaságában. Azt akarjuk, Mondta az amerikai Brizeronnak és a hülye fonálnak, hogyha ha valamelyikünk meghal ebben a fészekben, akkor a többi örökölje a holmiát. kicsoda csoda örökölje? kérdezte a rabló Aki életben marad, ki marad itt életben? felelt egy lekicsinlő legyintéssel. Mindegy, maga és fonál tanúskodnak fonál úgy vigyorgott, hogy a szája széleszinte elálló nagy füleihez ért két oldalt, és büszkén ismételte, a kis fonál tanú? Gyerekes módon sokszor harmadik személyben beszélt önmagáról. A nap lebukott, és a levegő szinte azonnyomban érezhetően hűvösebb lett. Én dél felé megyek, mondta Thorz, és te kérdezte gavallérosan Pittman, mint egy felajánlva választás jogát Francis Nem Nem mindegy, kérdezte a francia kisé szomorúan, én úgysem menekülhetek. Ekkor Leila, az arab démon kiperdült középre, hogy tánccal szórakoztassa a katonákat, de egy eldobott rohamkés hajszára suhant el az arca mellett, és erre duzzogva visszaült a helyére. Éjszakra nem lehet menni, kérdezte Francis Barry, mert a legkisebb esélyt választotta volna a legszívesebben. Éjszakra a szahara van előttünk, felelte Pittman. Arra még egy expedíció is nehezen vágná keresztül magát. A takarodó után a három ember lemászott az erőd hátsó falán, megszorították egymás kezét, és útnak indultak. Tazd Francis nyugatnak. És Pitman? Pitman éjszak felé tartott, egyenesen a szaharának, amerre szerinte egy expedíció sem bághatja keresztül magát. Sorakozónál kiderült, hogy három ember hiányzik. A hadnagy azonnal megállapította, hogy három tevét loptak az éjszaka. Szökés! perceken belül tudják, hogy kik a szökevények. A teve világosak. Az egyik dél, a másik nyugat, a harmadik észak felé indult útnak. Mi a véleménye most, sef? kérdezte az őrmester. Csak két üldöző csapatot indíthatunk, ezek ravasz fickók lehettek. Egyszerű, nagy úr, aki észak felé ment, az vagy felfordul, vagy úgy sem menekülhet. Tehát egy-egy üldöző csapat indul dél és nyugat felé, több az erőd számából nem telik, amelyik hamarabb visszatér, az elindul éjszakra, és megkeresi a harmadikat. Új, mon chef! Másnap délben az üldözők elérték Thorst. Az amerikai egy pillanatra úgy érezte, hogy a sík terepen közeledő 25 ember ellen felveheti a harcot egy domb mögül, de aztán inkább letette erről. Ha egy lövést tesz, már biztos a halálos ítélet megadta magát. Estére a másik csoport beérte Francis Bárét, amikor már a földön feküdt, aléltan, a víztömlője lyukas volt, úgy látszott, hogy nem éri meg a másnapot. Két állat közé erősített hordágyon vitték vissza. Most azután az egyik harmincas csoport sebesen a harmadik után éjszakra indult. Ennek két nap egérútja volt, de a reménytelen szaharai terepen a nyomai világosan látszottak a homokban. Másnap még mindig a messzeségbe kanyargott előttük a sok apró folt egy teve patája. Fél napig talán még bírja a szomjúságot, két tömlőnél több vizet nem visz a teve. Istenvertes bendője lehet. Pitmerről tudták, hogy nagyon erős. Ötven fok meleg lehetett, és fullasztó por a sivatag felett, egy kis légáramlás elég lett volna ahhoz, hogy elfedje az üldözött nyomát, de a szerencse úgy látszik nem kedvez Pittmannek. – Ah, is! – krákogott fuldokolva az őrmester. – Jól tudja a bitang, hogy nem menekülhet, mégis nyargaltatja az embert, összetöröm a csontját! A tevenyomok továbbra is csak kanyarogtak előttük a messzeségbe vonuló domb hullámok mögött, és lassan vérszínűvé változott a nap, szürkült az ég. Ott van! Az egyik katona kinyújtott kézzel a távolba mutatott, ahol egy tarka, hosszúkás folt látszott, tevés alak lehetett csak. Előre! Vadnyargalással igyekeztek a dűnéhez, két részre osztva a harminc embert, hogy bekerítsék Pitment, aki a dom mögé siet, de most megvan. Azonban, amerről Pitman eltűnt, a pokol fogadta az üldözőket. Egy sortűz, egy harci ordítás száz torokból, rövid tusa. A dombok mögül kirohanó beduinok percek alatt végeztek azzal a néhány katonával, akiket a sortűz megkímélt. Izmin sejk visszatolta hüvejébe a hangyárt. A nagy, egy csapat rumi kutyával több ég most a gyehenna tüzében. Sejk lépett elő Pittman a harcosok közül. Azt üzentett, hogy 25 fegyverét eljuttat engem az északi nagy vasúthoz, Harminc fegyver fekszik előtte a homokban, és sok hasznos tárgy, amilyen a rúmiknak van. A sejk egy másodpercig összeráncolt szemmel nézte. Veszélyes pillanat volt, Pitman ezt jól tudta. Beduin rablófőnök szava nem szentírás. – Sejk – mondta még csendesen –, a katonák meg tudják majd, hogy én kiszabadultam, és akkor megint segít neked minden légionista szökevény, mert bíznak a szabadban. A sejk megértette. Ha nem is ismerte azt a szót, hogy propaganda, azért tisztában volt a sivatagban szájról szájra kerülő hírek fontosságával. Úgy legyen, ahogy mondtam, hitetlen embereim elkísérnek, és kap vizet, amennyi kell. Egy óra múlva útra kelt nyolc tevés arab Pitmennel észak felé. A skót jól tudta, hogy ezzel a segítséggel korán sincs befejezve a menekülés útja. Csak a pillanatnyi pusztulás veszélye múlt el, Melyik a legelső oázis a vasút mentén? kérdezte a mellette ügető tevést. Okbur! Messze van innen? Két nap lovaglás ezekkel a fáradt tevékkel, ha nem tartunk nagy pihenőt. Tartunk az ördögöt, mi kicsit se. Előre! Te fehér vagy, de az erőd egy beduiné, uram, ezért csodállak. Este mégis pihentek egy órát. Azután egy teljes napon át erőltették az ügetést, és másnap nagyon távol, mintha eldobott ruhadarab heverne a porban, sötét folt látszott a sivatagban. Az ott okbur. Valaki közületek ideadhatná a burnuszát, azt hiszem elég barnára égetett a nap ahhoz, hogy benszülöttnek higgyenek, a hegyek berberei között sok a félvér, azok nem barnábbak nálad. Itt a burnusz ura, valamelyik közületek bemehetne az oázisba. Jól van, uram, én bemegyek, ti addig itt táboroztok le. A sivatag felett pompás díszében ragyogott a mély sötét trópusi ég, és a benszülöttek tüzes köveken sütöttek valamit. Pitmen is evett aztán takaróikba burkolózva lefeküdtek. Az bizonyos volt Pitman előtt, hogy valamennyi rádióállomás megemlékezett már róla. De ahol nincs helyőség, ott nem kell félnie. Egy arab csendőről maga is elbánik. Dermesztő hideg lett éjfél felé, amikor a könnyű por minden kalóriányi felszívott hőt visszasugárzott. Hajnalban fehér dér lepte be a sivatagot, mintha hó esett volna már ébredt a nap, amikor a kiküldött visszatért. Nos, mindössze két gumié van az oázisban, ezeket baj esetén magad is legyőzhetett. És a vasút? A kis vasútháznál egy európai őr van, mindig részeg. Az arab törzs főnökének megmondtam, hogy te izminseig barátja vagy, ezekre számíthatsz, gyűlölik a rúmikat, és idáig még nem jutott el minden erejével a légió folytó keze. ők melletted lesznek. Köszönöm. A nap első sugarai épp, hogy megcsillantak az olvadó dér sziporkáin, amikor Pittman elérte a vörösre mázolt pálmatörzset, amelyen egy tábla függött, Ogbu is 200 kilométer. Az őrház közelében minden csendes volt. A vasúti sinek körül néhány kecske legelt. Pittman benyitott az ajtón, rongyos ember ült az asztalnál, arca azokra az arizonai megaszalt emberi fejekre emlékeztetett, amelyeket a dél-amerikai indiánok olyan csodás ügyességgel preparálnak egy felnőtt koponyájából ökölnyi nagyságra, hogy azért felismerhetően megmaradnak. Jó reggelt, köszönt a szökevény. Ezeket hagyjuk felelt a múmia reket vasúti. Mit akar? Karavám vezető vagyok, Timbuktu felé indult tovább a csapat, és én szeretnék ismét Marrakesbe jutni. Elég bolond. Miért nem ment maga is Timbuktu? Ahol a csodában lehet a pálinka? Rövid keresgélés után megtalálta. Mikor indul a vonat? kérdezte Pitman, és kezdte elveszíteni a türelmét. A vasutas egy fél halat tett a szájába, úgy kidagadt az arca, és amíg evett, csak a vállát vonogatta. Ember, nem tudja, hogy mikor indul a vonat? Csak azt tudom, mikor érkezik. Hát mikor érkezik? Mikor, hogy? Mikor érkezett legutó? Hát ma reggel érkezett egy, de az már továbbment. – És mikor jön a legközelebbi? Két-három hét, attól függ, foglaljon helyet. Pittman kétségbe esetten át maga vasutas, igen, de zenedét is végeztem. A nagybátyám azt akarta, hogy karmester legye ostobaság. Nem ostobaság, csak hiányzik belőlem a ha hajlam hozzá. Inkább rajzolgattam, így lettem vasutas. Ez hülye, gondolta a skót. A preparált fejű vasutas pálinkát ivott a heringhez, és vörös szemürege olyan árnyalatú volt, mintha folyton sírna nincs semmiféle közlekedés észak felé innen? Csak a vasút jár arra? És a madarak például. ne dobálozzon itt. Nézd csak, adjon tisztességes válaszokat. Amíg nem volt itt vasutas, addig is közlekedtek. Mióta indul innen vonat? Két éve irányítom a forgalmat, azóta csak vonaton járnak az emberek. És azelőtt mi volt? Fagottista egy szalonzenekarnál, de az ital következtében elveszítettem a pontos fúvó képességemet. Beszéljen világosan, mert megjárja. Uram, ha ez nem világos beszéd, akkor mit fog szólni egy óra múlva? Most 7 óra 15 van, 8 óra 20-kor tök leszek, és minden kérdésére népdalokkal felelek ezt ilyen pontosan tudja? Vasútnál első a pontosság. 7 óra 30-kor indul egy teljes üveg, ennek csatlakozása van a 8-20-as pálmaborhoz, 9 óra 10-kor befut egy személy, miféle személy, egy arab nő személy, elágazó italkeveréket hoz kétféle pálinkából, 9.45-kor dühöngök, ezért különös, hogy ebben a nyugodt időszakban nem tart értelmesnek, ilyenkor még felismerek. A zsugorodott fejű ember olyan szemtelenül beszélt, olyan kifejezéstelen, homályos tekintettel, annyira tipikus lárvaszerű arcvonásaival az idült delirium trémensznek, hogy reménytelennek látszott minden további kísérletezés. És én most itt várja két hétig? Erről lebeszélem. Revolver van nálam, és amikor dühöngök, olyankor lövöldözni szoktam, de elállhat addig ott benne a depóban, ahol mindenféle útépítő, hol mi van, a nagy ládán jól alhat. Köszönöm. Csak vigyázzon, a dohányzik, mert dinamit van benne de ezt majd mind megmagyarázza a másik lakó. Miféle lakó? Egy katona tiszt és a legénye. Pittman kezdte rosszul érezni magát. A depóajtó ajtó felé pislogott és hátrált. Itt van Ben? Igen, alszik. Nagy megállót építenek a kongónál, ő szervezi. Kértem, hogy vétessen fel állomás főnöknek, milyen nagyszerű lehet ott, ha ezen a kis állomáson ennyit lehet inni, de nem akar engem. Azt mondja, hogy úgyis elég visszaélés történik, hol ott szerintem egy Kongóvasút építésénél nem történhet elég visszaélés. Az órára nézett, s mert éppen 7 óra 30 volt, kiitta a félüveg pálinkát most menjen, mert rövidesen dalolok, figyelmeztette jó indulatúan a vendégét. Igaza van. Hát, viszont látásra, kedves, hogy is ilyen. Vasilics, Vasilics Fedor Emmanuel, anyai ágon a bolgár gucsefékkel állok rokonságban. Kik voltak a bolgár Gucsev hagyma kereskedők a várna melletti szalegúcs községbe. Pitmen elindult, de egy hang szólalt meg mögötte. Igazolja magát! A depó ajtajában egy főhadnagy állt, mellette a legénye. Mindketten revolvert fogtak. Pitmen egy ugrással az ajtónál volt, lövés dördült. Utána ez az! Az angol nagyot kiáltva kibukott a házikóból, meghalt vagy sebet kapott. A legény utána sietett mit akarnak ettől a jámbor arabtól, kérdezte hüledezve Vasilics Fedor Emanuel, aki anyai ágon a várna melletti gucsefékkel tartotta a rokonságot. Maga ostoba, fráter, ez olyan arab, mint én. Ön, arab? Bocsánat, de én úgy tudom, hogy benszülött nem lehet tiszta légióban. Én sem vagyok arab, és ez sem arab. Nem maga vette fel a táviratot amelyben közlik, hogy Izmin sejk hordái lemészároltak egy csapat légionáriust? Á, és ez a sejk, ez egy légionárius, és lemészároltak? hülye! Azt láttam, de ilyesmiért nem kell rálőni valakire. Ez eladta a társait a sejknek, hogy szökhessen. Pitmennek hívják, 71-es közlegi, mert a fejemet teszem rá, hogy ő az, a legény visszajött, egy tárcát és néhány írást nézegetett. – Sürgönyözhet, főhadnagy úr, hogy a körözött Pittman szökés közben megsebesítettük, és elfogtuk, itt vannak az írásai. – Ki gondolta volna, dűnjök te, hogy ez a egyszerű ember, egy Pittman, a sejk! – és nagyot húzott az italból, mert az események következtében ennek az üvegnek erős késése volt, és vasútnál első a pontosság. Az elmondott események után öt esztendő telt el, és a folytatást illetőleg már rendelkezésünkre áll John Fowler legionárius írói működésének eredménye. John Fowler, akit nagyszámú barátja és elenyészően kevés tisztelője, kizárólag csülök néven ismer, ha írókról csevegnek, és a téma kapcsán pofonokra terelődik a szó, öt esztendővel a fentiek után a légióban teljesített szolgálatot, és már a második könyvét írta. Átadom neki a szót, mivel a történet jobban megfelel írói egyéniségének. Aki kevésre értékelik a szerzőt, azokkal közlöm, hogy igen jó nevű műbírálók szerint John Fowlert még évtizedek múltán is emlegetni fogják. Különösen azok, akiket egy vagy más okból kifolyólag megütött. Második fejezet. Barátaim unszolása ellenére úgy határoztam, hogy megírom ezt a regényemet az életből merítve. Barátaim ugyanis arra unszoltak, hogy ne foglalkozzam olyasmivel, ez nem értek, mint azonban tévednek. Olvasottságon magasan az átlagos söpredék fölé helyez, még ha a látszat esetleg ellene szól is állításomnak. Amikor első művem elhagyta a sajtót, fenyegető levelek tömegével kerestek fel tisztelőim, gazembernek, baromnak, árulónak és besugónak neveztek, de mit várjon az ember manapság tisztelőitől? Ők csak azt nézik, hogy orgazdákat, betörőket és más üzletbarátainkat írásaim kapcsán a rendőrség kérdésekkel zaklatta, de azt elfelejtik, hogy az irodalom nagy és nemes célja éppen az orgazdák és kasszafúrók hű jellemzése, magánéletük feltárása és egyéb hasonló. Tusko Hopkins, aki alapjában véve nélkülözi azt a lelki finomságot, amelyet a Rokamból szerelme című műben csipkésnek nevez a halhatatlan író, azt mondja, ha még egyszer hülyeséget firkálsz rólam, akkor beverem a fejedet egy karosszék lábával. Mit felejek erre az alantas hangra? Egy embernek, aki nélkülözi a lelki csipkéket? Én is ott leszek, ezt felelem, te nagy szájú ronda fráter. Ebből a célzásból tisztán láthatta véleményemet. Tusko Hopkins legény a talpán, de egyszer már rendre utasították egy teherautó lökhárítóval, hogy az orra tömpe és vörös lett, mint az apró besavanyított paprika. Az igaz, hogy tömzsi, rettenetes a válla és rövidkarja vastag, mint a rajzfilmekben látható matrózoké, de azt hiszem, én elbánnék vele. Senki, Alfonz, aki végtelenül hidegvérű és semmivel se törődik, másképp fejezte ki a véleményét. A könyved nagyon jó, mondta, amikor elolvasta a kéziratot és unó arccal letette, csak nem elég világos, ami a te személyedet illeti. Igyekeztem őszintén írni magamról, mint a nagy földrajzkutatók. Igen, igen, hiszen nagyjából kitűnik, hogy milyen fajankó vagy, de mi, akik közelről ismerünk, jól tudjuk, hogy sokkal ostobább szoktál lenni. Mit vitatkozni oda egy ilyennel? Nem szép lelkű ember egyik sem. Ezt meg is mondtam nekik. Mit ért a költői finomságok ikletéhez egy ilyen nagy ló, mint te, és ez az igazság. A török szultán Csúf nevű barátom, aki nem volt velünk a légióban, és nagyon szeret levelezni, írt nekem az ügyben. Mindig tudtam, hogy te vagy nagy hülye, de hogy ekkora vagy azt, még én se tudtam. Rólam te ne firgálj semmit, mert jövök én, és ha megírom te rólad, hogy miket csináltál, akkor jól bezárnak téged, és ettől függetlenül kaphatsz tőlem a fejedre egy nagyot, a kőszkazán piszkálóval, ami egy súlyos fém dárgy. Ezt én írom, és amit én írok, az nem hazug, marhaság, mint amit te írsz régen. Régeny. Regénynyé. Nem kívánt, dörlendő. Kiváló, disztelettel, te ló. Barátaim, muszolása azonban nem akadályozhatott meg abban, hogy újabb regényemet, a magam egyszerű, de pompás művészetével ne bocsássam az utókor útjára ime. Gyakorló tér. Jó! Higyázba álltunk. Potrien őrmester keskeny hegyes bajusza, és ugyancsak keskeny szakála enyhén rezgett. Mi van megint? Kedves fiaim, kezdte barátságos atyai mosolyjal. Egy derékszíjat találtam a kocsma előtt, ahol tegnap három légionárius annyira összeverte azt a 15 átutazó kereskedőt, akik a karavánnal érkeztek. Ezek a légionáriusok sohasem férnek a bőrükbe. A sötétben nem ismerték fel a három katonát, és ezek elszöktek. Ki volt az a három? Lépjenek elő maguktól, az a legokosabb. Ez igaz. Mit kell itt három ember miatt az egész századnak rostokolnia? De senki sem mozdult. Szóval nem jelentkeznek? Gúnyolódik nyájas mosolyjal az őrmester. Ha majd a köztársaság elnöke azt kérdezi, ugyan kedves Potrien, ki volt az a három katona, aki szétverte azt a karavánt, mit felelek neki? Mi? Nem tudtuk. Azt mondom majd, szerintem mon président, valószínűleg áruás arab leánykák lehettek, mert a legionáriusuk közül senki sem jelentkezett. Hirtelen vészesen felkiáltott, mint akit szíven találtak. Egy közeli fáról néhány bóbiskoló majom fejvesztette menekült. Kiverekedett ezzel a szíjjal! Kiütött ezzel szájon a karavánvezetőt, hogy nyolc foga kiesett és fejjel zuhant a teveúsztatóba. Ez kegyetlen együttés lehetett, de a garnizon élet valósággal úgy elállatiasítja némelyik légionáriust, hogy a jó érzés legutolsó szikrája is kialszik benne. – Ki ezzel a derékszíjjal? – Csend. – Altiszt, nézze végig a derékszíjakat! Hmm, a szudáni gyalogosok szíja fél szélesebb, és rajta milyen van. Ha észreveszi, baj lesz. Még azt fogja mondani, hogy én szándékosan a teveúsztatóba azt a kötekedő karavánvezetőt, pedig igazán nem tudhattam, hogy akkor esik. Ki tudja sötétben kiszámítani, hogy miért üssön egy derék szíjjal. Különösen miután Tusko hopkins rossz néven vették, hogy egy messzelátót nézegetett, és a műszer később eltűnt igazán nem volt helyén való, hogy meggyanúsítsák, mert előzőleg a kezében volt. Mi csak védekeztünk, amikor ránk támadtak, mert az érzékeny lelkületű Hopkins hozzájuk vágta a hulladékládát. – Ez csak! – rikoltja a káplár. – Hiszen ez egy széles derék Lépjen ki maga, mákvirág! – Kilépek. – Miféle szíj ez magán? – Derék. – Hülye! Milyen derék szíjat visel? – Kincstárít. Kis én nehéz fejű voltam, ha a Potriennel társalogtunk. Azt hitte, hogy születetten ostoba vagyok. Ha rájön, hogy kizárólag vele szemben használom ezt a beszédmódot, abból nagy baj lenne. Maga agyalágyult, elaggott krokodil. Azt kérdeztem, hogy honnan vette ezt a deréksziat, ez egy szudáni gyalogos é? Igen is. Ez itt a maga szia? kérdezte, és vészes nyugalommal feltartotta a gazdátlan holmit. Igen, Monsef. Miért nem mondta előbb? Nem kérdezte, Monsef. Azt kérdeztem, ki verekedett ezzel a szíjjal? A szíj az enyém, de nem verekedtem vele. Úgy, és ha megkérdezi a köztársaság elnöke, mondja Potrien, hogy kerül egy katona derék szíja önmagától a verekedőkhöz, akkor mit felelek majd, mi? Összecsaptam a bokámat, azt, hogy a derékszíjak időnként elkószálnak, mo a judan. Kanai! Nem szerette, ha felelek a kérdésére, pedig a katona kötelessége vakon engedelmeskedni. Magáé a szí? Igen. Kik voltak magával? Hol? A legutóbbi verekedésnél. Az őrmester úr. Én? Te gazember! Húj. Utoljára ótorírtnál verekedtem az arabokkal, és az őrmester úr vezetett. Szóval nem mondod meg? Akkor a másik kettő helyett az egész peloton kimenő napját elvonom. Senki Alfonz és Tuskó Hopkins egyszerre léptek ki feszes vigyázba. Mi az? Őrmester úrnak jelentem, mondta Hopkins, mi ketten voltunk ott. Gondolhattam volna, mindig ez a három. Magukkal elbánok, ezt jegyezzék meg. Potrien sokféle ügyből kifolyólag neheztelt ránk, némi joggal. Elsősorban mindhármunknak becsületrendje volt, és ezt a vitéz, elsőrangú altiszt, mert néhány hibától eltekintve derék katona volt az öreg Potrien, nem tudta elviselni. Végül szörnyen bántotta az a körülmény, hogy híresek és vagyonosak voltunk, mert egy elveszettnek itt gyémánt bánya felkutatásában tevékenyen részt vettünk. Nevünk bejárta a világsajtót, és részesedésünk a gyémántbányából bányából kis vagyont tett ki. Azért mégis le kellett szolgálnunk a hátralévő időt, és az őrmester sohasem bocsátotta meg, hogy akkoriban sokféle szabályellenes tettünkért nem úgy büntetést kaptunk volna, hanem végül még kitüntettek. Mind a három kihallgatásra, és mert nem jelentkeztek azonnal, öt nap szellőre ajánlom őket! Ez igazságtalanság. Én jelentkeztem. Rompi! Természetes, hogy a hadnagy is megtoldotta öt nappal, és a kapitány se akart szűkmarkú lenni, úgyhogy végül két hét lett az ügyből, pedig ártatlanok voltunk. A karaván belénk kötött. 15 emberből állt a társaság, hát azt hitték, könnyen elbánhatnak három katonával, és most persze teli van velük a kórház. De hát mit gyanúsítják Tuskó hopkins -t? mert ott volt a depós szekérnél. Akár még tevehajcsár ellophatta a távcsövet azzal a sárgatokkal. Nevetséges ilyen kedves fiú, de kisé nevelni kell, mondta elgondolkozva senki Alfonz. Le fogjuk szoktatni arról, hogy állandóan velünk foglalkozzék, csak viszont láthatnám civilben, dörmögte Tusko Hopkins. Gyertek a kantinba! Szomorúan borosztunk, mert tudtuk, hogy a kellemetlen, piszkos, sötét zárka vár ránk. Nem is beszélgettünk. Senki Alfonz olvasott, Tuskó Hopkins egy látcsövet ajánlott eladásra a kantinosnak, de a szép sárga tokja nélkül, mert abban a szívarjait akarta tartani. Erődünk az Atlasz keleti lejtőjének kulcserődje volt, kis elég jó éghajlati viszonyokkal. Néha kis hideg volt, de por, malária, 45 fokos meleg nem fordult elő szóval kitűnő beosztásnak számított. Harc semmi, szolgálat könnyű, jutalmul helyezte ide századunkat a kormánybiztos a sikeres szenegáli küldetés után. Ebben a jutalomban nem kis része volt annak a három embernek, akiket Potrien igazságtalan üldözéseivel keserített. Ez csak azért bocsátom előre, hogy ne tartsanak bosszú állónak bennünket azért, ami később történt az irányba, hogy Pótrien figyelmét eltereljük magunkról. Egy újabb esemény további elkeseredést váltott ki belőlünk, két hetenként érkezett a posta, kihallgatáson jelentettük, hogy megkezdjük a szelül büntetést, utána az irodában álltunk. Az altiszt mormolta a neveket, és az őrmester valamennyit bejegyezte egy könyvbe. Herman Torsz? Tuskó Hopkins előrelépett. Herman Thors néven ugyanis ő szolgált a légióban. Hogy miért szolgált ő egyáltalán a légióban, és hogyan jutott a Thors névhez, erre nyomban rátérünk. Most azonban a levél ügye fontos csak. Hopkins tehát kinyújtotta a kezét, hogy átvegye a postáját. Mit mászkál itt Potrien? A szelülbüntetéssel posta elvonás is együtt jár? Még nem kezdtem meg, mon chef, Mondta sápadtan Hopkins, takarodjon maga Pávián, mert kiköttetem. Maguk is, gyerünk! Leforrázva bandukoltunk az udvaron át. Nincs keservesebb büntetés Afrikában, mintha a postát elvonják, a várva várt levelet. Azt mondta, hogy Pávián, dörmögte fogcsikorgatva Tuskó Hopkins. Látszik, nem tetszett neki. Köpcös barátunk, akinek matróz korából megmaradt kisé ingadozó járása, ezért a sértését haragudott a legjobban. Az úri egyéniségű senki alfon szokott hidegvérrel vette tudomásul az újabb inzultust. Cigarettára gyújtott, halkan fütyült, majd ismét csak ennyit mondott. Az öreg potrient elvonókúrának vetjük alá, le kell szokni arról, hogy velünk törődjék közben a börtönhöz értünk, és jelentkeztünk az őrségen. A falnál néhány letámasztott fegyver állt, az őrség unatkozva üldögélt, vagy hevert a padon, ketten malmoztak, az altiszt írt, egy széken ott hevert az oldal fegyvere. Előálltunk. Két hétre szelülre jelentkezik a 9-es, 21-es és 71-es közlegény. Na, ezt jól csináltátok mondta némi részvétel az őrparancsnok altiszt. – Mit akart tőletek, Pótrián? – kérdezte a másik, miközben felületesen átnézte a zsebeinket. Közben Tusko Hopkins véletlenül feldöntött egy széket, az oldalfegyver és néhány mappa a földre hullott, segítettünk felszedni. – Na, előre! – mentünk a foglárral. A szelülben már volt valaki, az öreg Levin. Tudtuk róla, hogy itt van, de nem ismertük. Amikor mi idejöttünk, ő már ült. A tizedik évét szolgálta, mint közlegény, jó katona volt levén, időnként azonban megvadult. Pénzt lopott valahonnan, a másképp nem ment betört esetleg, vagy leütött valakit az utcán, mindegy. Pénz kellett neki, és elszökött, de csak az első városig. Ott leült egy jó vendéglőbe, teleette magát finom ételekkel, sült hússal és krémes süteménnyel, esetleg gesztenyepürét és török mézet rendelt, ami két igen előkelő étel, az ilyen tudom, mert valamikor sokat forogtam úritársaságban. Azután jelentkezett a legközelebbi őrségen és várta a büntetését. Nagyon sokáig semmi baj nem volt vele. Azután újra megtörtént pénzszerzés, szökés, evés. Időnként oldhatatlan szenvedéllyel úri falatokat kívánt, mint az álmokfutó a vért és a futást. Így azután tizedik éve szolgálta az öt esztendőt, mert a büntetés nem számít bele a kötelező időbe. Most éppen egy transportot várt északról, hogy elvigyék Igoriba, ahol rabok és benszülöttek a Kongó melletti vasutat építik. Épp egy héttel ezelőtt fogta el a krémes vész, vagy kotlett veszettség, mindegy, hogy hívjuk. Ellopott ezer frankot az ezredpénztából, és Jean lehette magát a sárga földig illetve most az egyszer elfogták evés közben. Levin dühösen védekezett, mert éhes volt, még utolsó leheletig védte a pulyka hátulját, és úgy kellett erőszakkal kicsavarni a kezéből a palacsintát. Három év kényszer munkát kapott. Most Igoriba viszik majd, ha erre jön a rabtransport éjszakról, de ez úgy látszik nem izgatja bágyat, pegyhüt, réveteg a szeme, alsó lehull, barna vásott fogairól, mint egy rongyos, vastag függöny. Nőjesen puha nagy kezében egy cigarettát is fog lazán, és duzzat kürtő orrán, olykor idegesen megrándul a bőr, mint a kutyának a légy Azták a magukkal cigarettát kérdezte fáradt, mélyreket hangon. Igen, Cigarettát az ember a sapkájában vitt magával, és ha csak nem utálták valamiért az őségen, bizonyos lehetett benne, hogy a sapkájáról megfeledkeznek, amikor az altis kiüríti a zsebeit. Adtunk a raptásnak néhány kaporált. Köszönöm. Hozzanak be valahogy egy kis haladna. Péntek van, és én itt csak levest kapok, mondta olyan hangon, mint aki a sivatagban egy ital vízért esdekel. Annyira szereti a hala? Nagyon. A hal a legfinomabb étel a világon. Még ezt a rossz főztet is megeszem belőle, amit itt adnak, pedig lisztben rántják ki. És nem abban kell, csodálkozott Hopkins. Levin gúnyosan mosolygott. Mélységes megvetés ült az arcán, mint azt mondaná, Minek él az ilyen ember? Végül lenézően odavetette természetesen zsemle morzsában. De nem azt a kispolgári gasságot értem alatta, hogy alantas kenyértöredéket megszállítunk a kamrában, zsákba kötve, és megborzott, hanem friss, Féksütemény zsírtalanul nyílt láng felett teljesen átsütünk, majd megreszeljük, úgy látom, szakember fejezte ki elismerését senki Alfonz. Levin vagyok, vetette oda egy vértanú drámai önmegvetésével, mint aki bizonyos abban, hogy mi is elszörnyedünk-e név hallatára. De egyikünk sem tudta, hogy kicsoda volt polgári életében ez a Levin. Megkérdezni nem mertük, ha már olyan gőggel közölte, talán fájna neki a tájékozatlanságunk a nagy nevet illetően. És csak ugyan, érdeklődött ravaszan Tuskó Hopkins, mert mégis szerette volna tudni fegyvertársunk hírességének az okát. Ön lenne Levin, a híres izén a... A toprongyos veterán hősi önmegtartóztatással, kulisszahasogató öngunnyal igent bolintott. Az vagy a, a nagy levin, és most már mindent tudnak. Semmit se tudtunk. Én csak kérem önöket, hogy vallomásom, maradjon köztünk. Őszintén bevallom, mondtam később. Én nem tudom, hogy ki volt ön, kedves Levi. Csak csúfoljon! Higye, elég! Ön nagyon jól tudja, ki vagyok, de tessék, üzön gúnyt belőlem, ha ez mulattatja. És elfordult. Mit lehet itt tenni? A foglár hozta a húslevest. Mi nem kaptunk bele mócsingot, csak néhány csipetke, és karalábé darab benne. Azt mondom, ne cigarettázatok, mert az altiszt ma nem ismert réfát, mondja jó indulatúan az őr. Eltűnt az oldalfegyvere. Hogy lehet az? Azt mondta, hogy a széken volt az íróasztal mellett, de hát ez nem valószínű. Ki el egy altiszt oldalfegyverét, és miért? Ez csak ugyan elképzelhetetlen. Mondd meg az altisztnek, vetette oda Tuskó, hogy ha akarja, én megtalálom az oldalfegyverét. Hát tudod, hol van? Ide hallgass, mondta Hopkins legionárius nevét. Ez az ügy nem tréfa. Este kihallgatás lesz, és ha szegény káplárnak nincs meg a fegyvere, akkor megjárja. Talán láttad valahol? Azt nem, de artista voltam. Szellemeket idéztem, trapézon és lovon. Minden elrejtett tárgyat megtalálok, ha izébe esek transzba, szólt senki Alfon. Igen, ezt mond meg neki. Én közlöm, hogy hol az oldalfegyvere, ha transzba esek, ami olyasfajta betegség, mint a nyavajatörés, de talált tárgyakhoz jutáltala az ember. Miután az őr kiment, ráförmettünk a köpcösre. Mit kezd el az altisztel? Azt akarod, hogy az arab fogdát takarítsuk? Hopkinski se sértődötten nézett ránk. Nem hiszitek, hogy valaha cirkuszban dolgoztam? Egyáltalán nem hisszük, hogy valaha dolgoztál, felelte neki senki Alfons és milyen igaza volt. De már is jött az őrparancsnok. Ki az a pojácsa, aki azt mondta, hogy az oldalfegyveremet megtalálja? Én voltam az, mondkáporál, Miféle hülyeség ez, szorz. Nem hülyeség, ha jó kedvem van, akkor megtalálom a háztetőre dugott gombostűt is. Ide ha viccelni merészelt velem, az őrparancsnok egészen sápat volt, kincstári holmi elvesztése, különösen, ha fegyverről van szó, főben járó védség. Mehet a szaharába, a rohamosokhoz, ha estig nincs meg az oldalfegyver. Nem viccelek, hát akkor kerítsd elő. Ha valami örömet érzek, akkor abba izébe esek, amit senki is tud. De most szomorú vagyok, mert a levelem ott fekszik az ezred postafiókjában, és az őrmester nem adja ki. Ha Káplár úr lehozná a levelet, én azonnal mindenféle epilepsiába esnék az örömtől, és meg volna az oldalfegyver, elhozzak egy levelet, az irodából ördült fel az altiszt. Ha elolvastam, visszaragasztjuk, és a Káplár úr visszateszi. Te figyelmeztetlek, hogyha becsapsz, ne is adja oda a levelet, amíg nincs meg az oldal fegyver. Áj! A Káplár könnyű szerrel hozzájutott a levélhez, és visszatért. Mivel Tusko Hopkins ragaszkodott a segítségünkhöz, különben nem bírt volna transzba esni, rövidesen ott álltunk vele együtt hárman az őrszobában. Kérek egy párnázott széket, mondta először a köpcsös és lehúnyta a szemét. Hoztak neki egy megfelelő széket. Erre teleszívta a tüdejét levegővel, mint aki búvárúszáshoz készül. Nehéz lesz, mondta aztán szomorúan, és kérően körülnézett. Egy szivart adjon valaki, később még egy párnát kért, gond terhelt arccal dohányzott és időnként sóhajtott, az altisztett a guta kerülgette idegességében, nekem is viszketett a tenyerem. Egy ember menjen végig az udvar jobb oldalán a keramiton, egy másik nézze meg a kantin mögötti konyha kertet. Arra nem is jártam. Tegyék, amit mondok! Felelte és rekettes hangját érdesebbé torzította. Aztán egy liter vörösbort kért, és senki Alfonzot felküldte a háztetőre. Egy pillanati úgy látszott, hogy Alfonz pofon üti a médiumot, aztán mégis ment. Közben hozták a liter vörösbort, Hopkins egy hajtásra Azt hiszem, Thorz, én kiköttetem magát, ha bolondot csinál belőlem, – mondta halál az altiszt. Türelem, káplár úr, nézze meg a hálóteremben az ágya feletti polcon. Ott biztos nincs. Kérem, tegyék, amit mondok, szólt siránkozva és türelmetlenül. Azután bezárhat, ha nincs meg az oldal A káplár ment, ketten maradtunk, csak a médium és én. Hülye vagy, förmettem rá dühösen. Nem elég, hogy potrien üldöz, most egy káplát is ránk szabadítasz. Miért? Én csak jót akarok, álmilkodott Tusku, de ha nem lesz meg az oldal oldalfegyver, én ilyesmit nem veszítek el, mondta nyugodtan, és előszette bő nadrágja mélyéből az altiszti oldalfegyvert. Itt a székről loptam, miután átkutattak a felvételnél, és a széket ledöntöttem. Nagy nyugalommal egy szíjcsomó alá helyezte az oldalfegyvert a szoba sarkában. Miért küldted senki Alfonzot a háztetőre? hogy dolgozzon egy kicsit, ha már annyira szíven viseli a munkát, hogy szemrehányást tesz, amiért én nem dolgoztam valaha sem. Ilyen egy fráter. De jött az altiszt. Azután az őrség néhány tagja lihegve, porosan, végül senki Alfonsz tele pókhálóval, mindenki dolgozott. Természetesen eredmény nélkül. Most aztán vége kiáltotta dühösen az altiszt. Ezért csend, recsegett fel Tuskó Hopkins borízű hangja. Most jön az a izé állapot! Lehúnyta a szemét, és lihegett, mert a hirtelen felhajtott vörösbortó kisé berúgott. Van itt valahol egy csomó ócska szí. Van, de ott nem jártam, és most már csend, intette le függelem sértően az altisztet. A szíjak alatt érzek valamit, Odament, tapogatta, félredobta a sok kimustrál bőrhol, mintha káplár nagyot ordított. Az oltal fegyver! Minden szem a médiumon. Általában csodálkozó pillantások. De volt köztük néhány gyanakó is, például a kápláré. Ah, szóval maga egy varázsló, mi? Igen, én ezt trapézon és lovon is tudom. És napra kötve, víz nélkül, mi? Hopkins lesütötte a szemét. A káplár azonban nagy lidércnyomástól nyomástól szabadult meg, és olyan boldog volt, hogy nem tudott haragudni. Itt a levele maga szellemidéző. Miért küldött két embert a kantin mögé, mi? Hát kérem, ott esetleg a izé pusztuljanak, kiáltott a káplár, de aztán megenyhülten nyúlt az oldalfegyveréhez. Különben rendben van, a fő, hogy megkerült. Most csak azt mondja még meg, hogy minek kellett a vörös bor, Mert iszákos vagyok, felelte Hopkins, és gyorsan távoztunk. Hogyan lett Tuskó Hopkins Herman Thors és amerikai állampolgár? Kész őrület. Hopkins egy világra szóló bűnügyben jelentős szerephez jutott, és különösképpen nem mint tettes, hanem mint nyomra vezető. Az ügy kezdetén mégis úgy adódott, hogy hopkins és egy lefokozott kapitányt a gyarmat minden rendőre kereste. Szinte lehetetlennek látszott, hogy ott hagyják Oránt az áthatolhatatlan rendőrgyűrűn keresztül, ekkor lettek Hopkins és a kapitány tiszteletbeli légionáriusok, Két újon szolgálati jegyeit felhasználva bejutottak a Fort centre kapuján a katonák közé, anélkül, hogy katonák volnának, uniformist vettek fel, és hol itt, hol ott lótottak, futottak ide-oda az óriási erődben, de a rendőrség nem kutatott utánuk Fort centre Senki, alfonsz meg én, akkor már több hete katonák voltunk, és amikor egy teljes zászlóhaj Szenegáliába indult, Hopkins is velünk tartott katonai ruhában, de anélkül, hogy valaha felvették volna a gyarmati hadseregbe. Egyik százattól a másikig settenkedett, hol utász volt, hol szakács, ez a szereplése még ma is rémregényszerű élményekkel függ össze mindazok számára, akik a főztjéből lettek, volt vörös keresztes és vezetett tankot. Anélkül, hogy a katonasághoz csak a legcsekélyebb lett volna csak a rendőrséghez volt köze, mint üldözöttnek. De aztán elmúlt a vész, és az eset sikere valamennyiünket gazdaggá tett. A váratlan megvagyonosodás azonban nem ment fel senkit a katonai szolgálat alól, tehát indulnunk kellett az ezreddel együtt Manszomba, új állomás Tuskó Hopkins ekkor a Meknesi 1-es század 71 közlegényének egyenruhájában csalta a világot. Ez a 71-es ruha volt Herman Thors uniformisa, amint ez a névsorból kitűnt. De az igazi Thors, itt kezdődik Hopkins kálváriája, szabadult rab volt. Kolombesárból vezényelték a századhoz, tehát itt senki nem ismerte. Őrök hozták. Force bizonyára megszökött, vagy meghalt út közben, és a munkaruhája volt rajta. Az egyik podgyász szekéről Tusko Hopkins véletlenül az ő 71-es uniformisát lopta el. De az ügy befejeződött, Hopkinsnak nem kellett a rendőrségtől tartania, abba akarta hagyni a tiszteletbeli katona életét. Nevetve mondta Potriennek, hogy ő csak a 71-es ruhájában jár, de nem katona, Potrián is nevetett, és azt mondta, hiába tetteti bolondnak magát, vasra vereltem, ha ezt kezdi. Én normális vagyok, tajtékzott Hopkins, azt nem mondtam, de nem is bolond. Esetleg hülye, mert különben más mesével próbálkozna. Soha sem voltam katona, 71-es ruhát a szekérről loptam. Az őrmester kinevette. Ilyen ostobaságokkal még nem próbálkozott senki. Azt hiszi, nem emlékszem erre a buldog képére. Fiúk, hányan ismeritek ezt az alakot? A legénység közül sokan ismerték, de jó akaratból nem jelentkeztek. Viszont az altisztek inkább az őrmesterhez húztak, többen is felismerték. Ha kiderül, hogy ő volt az a bizonyos szakács, esetleg meglincselik. Emlékszünk magára, mit komédiázik? De akkor más uniformisban voltam. Arra nem emlékszünk. Vezessenek a kormánybiztos elé, követelte Tuskó. És akkor ő excellenciája azt mondja majd, kedves Potrien, ha én intézném a közlegények folyó ügyeit, akkor a köztársaság miért tart a tisztet? Követelem, toporzékolt Hopkins. Az más. Kezdte volna mindjárt itt akkor kössétek egy szekély oldalához, hogy jöjjön szépen, akarva, nem akarva. Itt hiába tetteti bolonnak magát. Anna A légióban így intézik el a bonyolult ügyeket. Tusko Hopkins, Thorz lett. És amikor azt mondta, nem az, akkor részint bezárták, részint megverték, úgyhogy idővel erről leszokott. Mi ugyan mellette voltunk, de az elmondottakból képzelheti az olvasó, hogy tanúskodásunk milyen jelentőséggel bírhatott az őrmesternél. Különben sem lehet egy embert egyszerűen elengedni a katonaságtól. Hopkins tehát írt egy kérvényt. Kérvénye nyomán bizonyos eljárás mégis elindult az ügyben, mert az akta olyan, hogy intézni kell. A kérvény először visszaérkezett Mansonba, a századhoz, hogy az aláíró csak ugyan teljesíte ott szolgálatot, ekkor kapott Tusko Hopkins 12 nap pölottot, és négy hétig nem mehetett a kantinba, azután visszakerült Oranba, a zászlóai irodába, és ott az akta kissé kifújta magát néhány hetet pihent, majd elküldték az amerikai követségre, hogy Herman Thors állampolgársága hogy áll. New Yorkból öt hét alatt felszerelve visszaküldték a kérvényt. Thors New York államban született, Virgil helységben. Atya neve Anton Thors, anyja Evelyn Berg, holland származású. Az akta innen a párizsi hadügybe került. Itt ismét kifújta magát. Közben Tusko Hopkins két ütközetben vett részt, és kitüntetést kapott volna, ami pénzjutalommal jár, de előbb tisztázni kell okiratokkal, hogy katona-e. Ütközet előtt ilyesmit biztos nem kérnek. És a kormány biztos, aki Tusko Hopkins kegyeibe fogadta, neki külön írt egy szomorú levelet, de Szüren már kiban nem csalódott. Megtette, ami tőletelt. Katonát ő sem szabadíthat, de azonnal írt az Ászlóai Parancsnokságnak, hogy ezt az ügyet vizsgálják ki soron kívül a zászlóai iroda átírt manzomba, hogy megtudja állítólagos Thors nevű 71-es közlegény ügyében mi történt eddig. Ekkor Hopkins négy hét pölottot kapott, két naponként fél adag vízelvonással, és több héten keresztül előörsben feküdt a Szaharában. A század közölte, hogy Thors nevű légionárius ügyében a McNessy század eljárt. Ezután elküldték az aktát a párizsi hadügybe a kormánybiztos pártfogó utasításával. Itt egy altiszt úgynevezett gémkapocsal a meglevő okmányokhoz erősítette. Ez minden esetre haladást jelentett az eddigi álláspontokhoz képest. Azután az akta utolsót sóhajtott, és elpihent a levéltárban ekkor jött senki Alfonznak egy zseniális ötlete. A török szultán. A török szultán csúf nevű közhírhet barátunk is megkapta részét a vállalkozásból. Ez a pimas millió most semmit sem csinál, csak orámban lopja a napot. Írtunk neki, hogy azonnal nézzen utána pénzzel, okossággal, Tusko Hopkins ügyének, a török szultán nyomban felelt, kisé különös írása volt. Kedves fiúk, csak két holnapja, hogy itt vagyok oranban, a sok pénzzel, de már kijózanodtam, mert eleinte kicsit ittam. Muszáj volt nekem. Ma nem tehetek semmit vasárnap, de holnap hétfőn kezdem kutatni azt. Most már Utána nézek, hogy mit lehet avval a hopkincsel tenni, ám bár mi volna, ha leszolgálná az idejét. Ráf ér. Kifáló tisztelettel maradtam. Így álltak az ügyek, amikor Tuskó Hopkins ezen a napon egy különös szellemidézés után kézhez vette azt a bizonyos levele. a levélben a következő állt. Igen tisztelt Mr. Thors, egy különös, talán véletlen azonosság, amely az önnevét összefüggésbe hozza szerencsétlen fivérem tragédiájával, elegendő oknak tűnt fel előttem, hogy ismeretlenül felkeressem soraimmal. Fivérem Francis Barré, mint légionárius a Manson erődből adott utoljára életjelt. Miközben utána kutattam, megismerkedtem egy úrral a katonai irattárban. Különös véletlen ez, de lehet, hogy a gondviselés útja. Szegény fivéren Francis Barry légionárius két barátjával egyszerre jelentkezett a légióba hét évvel ezelőtt, és az egyiket Thorznak hívták, a másik egy bizonyos Pitman nevű volt, Boulanger úrral történt véletlen találkozásom adta az ötletet, hogy írjak önnek azonos ön azzal a Mr. Forzal, aki Francis barátja volt? Ha igen, úgy kérem írja meg, mit tud fivéremről, aki három évig raboskodott szökés a miatt Kolombésárban, több mint egy évig Manson erődből írt, és azóta nyoma veszett. Az erődben csak maradt valami nyoma annak, hogy mi lett vele. Kérem, tegye meg, ami módjában áll, és én szívből meghálálom. Együtt talán többre megyünk mindkettőnk ügyében, mintha külön-külön járunk el. Kérem, segítsen nekem, ha módjában van. Ismeretlenül is szívből üdvözli Ivon Baré. Kisé hallgattunk. A levél valahogy hatással volt ránk. Szerencsére Levin éppen napi 15 perces sétáját végezte az udvaron, és így nyugodtan beszélgethettünk. Ez a nő fontos lehet az ügyedben, mondta igen helyesen. De ki ez a Boulanger úr? Töprengett Hopkins. A török szultán neve, mondta senki Alfonz. Nem mond. Ez engem is meglepett. Míg derülnek ki húsz éves barátság után? Nem tudtam, hogy neve is van, csodálkozott Tuskó. Nagy szerencse Hopkinsra nézve, magyarázta senki Alfonz, mert ha megtaláljuk Francis Barét, akkor esetleg könnyen tisztázhatjuk, hogy Forz nem azonos tuskóval. Ne bolygassuk, mondta szomorúan Hopkins, mert megint bezárnak. Mégis bolygatjuk, egy hölgy kérését nem áll módunkban megtagadni. Katonák vagyunk. És tettem hozzá úriemberek. Ebben nem vagyok biztos, dünnyögte Tuskó, közben már ott állt az ajtóban raptársunk, akit behoztak a sétájáról. Szerintem, szólt azonnal Levin, az az igazi úriember, aki nem rakja a burgonyát arra a tányérra, amelyből a húst teszi, csak azért, hogy a sült leve összekeveredjen a körettel. Ezt nem tudom, felelte Hopkins. Ritkán fordult elő eddig, hogy tányérból lettem volna. Most az a kérdés, vetette közbe senki Alfonz, hogy hová tűnt el innen Francis Barré. Igoriban van, mondta Levin. Mit beszél? Maga ismerte Francis Barrét? A legjobb barátom, nem volt még egy ember a századnál, akinek sejtelme lett volna arról, hogy milyen egy paradicsomos omlett turbigó módra készítve. Ő evett már ilyet, és ez örök barátsággal kötött egymáshoz bennünket. És hol van most, bár rég hárman is izgatotta. Igoriban. Az új Kongó vasút gócspontja lesz ez a hely. Oda küldték büntetésből, mert teljesen elgyengült, letört, megkapta csendes kafárt, ami abban különbözik a dühös őrülettől, hogy az ember tétlenül rohan a halálba. Az micsoda. Így egy istenverte távoli garnizont, kezdte, mint valami ételreceptet, ha beleteszel egy puha jellemű embert, és a szahara lassú tüzénél megsütöd, az illető bármikor feltrancsírozható, mert nem engedelmeskedik az altisznek, íme az eset levin módra tálalva. Most tálalja úgy, hogy megértsük, szólt Tuskó. Különben adok magának valamit visszakézzel, hirtelen módra áll a Hopkins, hogy megrezdül a feje, mintha gránátnyomás érte volna. Francis éval folytatta hidegvérűen, együtt voltam Kolombesártól kezdve. Három évvel ezelőtt került oda, a szökés miatt, Rákmár Gyenge, szomorú ember volt, már több éve raboskodott, amikor oda kerültem. Mogadorból szöktem akkoriban, hogy néhány szép folyami rákot tegyem. Orcestel szózt szoktam rátenni, ez nem fontos. Ön nem ért hozzá, ezt mondja, a folyami rák, te szósz nélkül le. folytassa. Szóval együtt raboskodtunk, de egy lázadás alkalmával segítettünk az államhű őröknek, és kegyelem folytán ide kerültünk. Ez a bárhé akkor már kissé lelki beteg volt, egy nap elfelejtette a szíját tisztítani, máskor lekéste a szemlét, végül elveszítette a puskáját, Éjszaka volt, letette pihenés közben, ott hagyta hati törvényszék. És végül két év trávó forszé Igoriban. A legutóbbi csoporttal ment, nincs egy éve. Bár mindig összekerülünk, Úri ember, Nem eszi az árti vajas morzsával, ami a felcseperedett kispolgárok legcsúfabb szokása, és azóta nem hallott Francis Baríru? Nem. Nem is írt magán? Dehogy nem. Mit írt? Hát tudom én. Hát csak elolvasta. Ki mondta, hogy tudok olvasni? kérdezte csodálkozva. És nem olvastatta fel, nem érdekelte, hogy mi van a barátjában? Hol az a levél? kérdezte senki. A katonai raktárban. Mielőtt idejöttem, összeállították a menetkész csomagomat, Öt kilót vihet az ember a büntetőtáborba, a többi szabadulásig itt marad. És a levél a raktárba került a ládámmal. Mindössze egy fél kilós űrű konzervet viszek, egy üveg szilvaízt, mustárt, szárított halat. Elég? Nagyjából. De azért vettem a kantinostól két doboz leves kockát is. Azt a levelet meg fogjuk szerezni. Mondtam. A raktárba csak bejutunk valahogy, és akkor megkeressük Levin holmiát. Ott van a zsákban a nyomtatott receptkönyvem. Itt hagyom, mert nem tudok olvasni. Maguknak adom, hasznát vehetik. Á, az egyetlen jó szakácskönyv a kontinensen. Süsse meg a szakácskönyvét, mondtam dühösen. Azután végigheverettünk a piszkos csupasz hűvös kövön, mert a szelülben sem pad, sem takaró nem jár, és jó ízűen aludtunk néhány ezer vidám százlábú társaságában. Befejezett tény volt, hogy betörünk a raktárba. Nehezen telt le a két hét. Levinnel együtt kisé kényelmetlen és unalmas volt a börtönélet, különösen a hideg éjszakák miatt, nem mondom, büntetésünk leteltével játszva megsütöttünk volna egy teljes kardhalat, vágott burgonyával, à la Brudier, vagy bármelyikünk elkészít kívánatra egy marinírozott tojást húslével, sőt, ha nem megyünk el az életveszélyes fenyegetéseknek már-már kiviteli stádiumáig, elsajátítjuk a felfújt tüdővagdalék vagdalék nevű ételkészítési módját is, de mindez alig enyhített valamit a cella sivárságán. A két hét elteltével nyomban hozzáfogtunk a betörés előkészületeihez. A teveistáló mélyén néhány altiszti kart hevert egy kötekben, vastagon belepte őket a rosda, ezek közül az egyiket Hopkins gondjaiba vette, nagy nehezen kihúztuk a berosdásodott tokjából, közben senki, Alfonz, egy rejtélyes megjegyzést tett. Még szükséged lesz egy ilyen kardra? Miért? Meglátod. Nem magyaráznád meg jobban? Nem. A kardot eltörtük, és egy fenő segítsége révén rangú feszítő vas lett. Fogót és reszelőt Hopkins a kantinban szerzett, nem tudom hogyan, a kantinos sem. Most bejutni a raktárba külön mutatvány. Egy kérdés van, hogy honnan szerzünk alibit. Hmm, ez nehéz. Ha rájönnek a betörésre, mindenkinek igazolnia kell az alibit. Legyetek egy óra múlva a kantinban, mondta senki. Én addig körülnézek, hogy lehetne alibit találni rendben van. Egy óra múlva senki Alfonz vidáma jött az asztalunkhoz. Van, Alibi, mondta olyan hangon, mintha a zsebében hozná. Ez úgy történt, hogy este kimenőt kaptunk, mert 12 órás szolgálat kezdődött éjjel háromkor. A negyedik szolgálatos egy vúrum nevű asztalos volt, kisé hebegős és részeges közlegény, aki negyedik évét szolgálta a légiónál. Szelimhez megyünk, mondta senki Alfonsz, gyere velünk, mi fizetjük. Vurm boldog volt, pedig előzőleg már jócskán ivott a kantinban is. Az Ag Szelim kávéfőző volt, de italt is árult a putriában, Manzon hegyi falu legvégén. A sátorformájú agyakkunyhót szívesen keresték föl a légionáriusok. Egy vörös, sokszínű üvegben mécses lógott a tetőről, a földön néhány gyékény és párna, ennyiből állt a berendezés. Ezen kívül egy kerek falióra is díszítette a helyiséget, Európában csak konyhában látni ilyent. A falióra volt az alibi. Ide invitáltuk be a félig már amúgy is kótyagos vurmot, amikor megérkeztünk éppen bóbiskolt az ősszakálló szelim, naphosszat szunyókált, mert elmúlt 90 éves, Először a kávéfőzőjéhez nyúlt, durván rászóltam. Nem kell a pocsék kávéd, igazi arabitalt adj ide, pálmabort. És jól vigyáz, hogy éjjel háromkor szolgálatban legyünk, figyelmeztette senki Alfonz. Uram, éber leszek, és ez a gépezet házam büszkesége minden negyed órában elmondja Allah akaratából, hogy mennyi idő múlt el. Szelim házának büszkesége ekkor kilencet jelzett. Egészségetekre, fiúk, kiáltotta. Az első poharat fenékig. Kiittuk. A zászlóra ezt is fenékig kellett kiüríteni. Ez általában minden pohárnál így adódott, hogy nem hagyhattunk a pohárban, ha igaz emberek vagyunk. No és mi azok voltunk. A kantin vörösborára gyors tempóban lehajtott pálmabor hatása rendkívüli volt. Ezen felül vurm poharába némi rúm is került valahogy, amik félrefordult, és ez a keverék villám szerűen hat. Vurm fél tízkor hanyat feküdt, horkolt és hörgött. Szelim bóbiskolt. A kilencven éves emberek mélyen bóbiskolnak. Senki Alfonz lábújhegyen az órához ment, most készült az alibi, az óra mutatóját háromnegyed háromra toltuk előre. Fél tíz től. Egy perc múlva működni kezdett az ütőszerkezet, ekkor már a földön feküdtünk mi hárman is, és horkoltunk. Uraim! rikácsolta a ferjad szelim. Siessetek! Jó tíz perc az út, három óra lesz azonnal szolgálat! Felugrottunk, mintha most ébrednénk. Hé, hey, Nehéz volt életet verni belé. De verni tudunk, és fontos volt az alibi miatt, hogy kiózanodjon néhány másodpercre. Hey, – Worm! – kiáltottam, és kissé fejbe ütötte. – Hey! kiáltotta Hopkins, és biztatóan a vállát veregette. Worm másnap egy hétre a gyengélkedőbe került, mert a lapockáján, nem tudja mitől, egy porc levált. Senki Alfonz leöntötte egy vödör vízzel. Ettől felé lett kissé. – No, – mondta csodálkozva, és kinyitotta a szemét. – Sies, három óra lesz mindjárt. Nem segítettünk rendbe hozni a felszerelését. A légionárius remek kiképzése nála is bevált. Másodpercek alatt menetkész volt, mámoros állapot a dacára, közben többször az órára nézett. Jó lesz, futó lépésben menni, motyogta, – Miért nem előbb ébresztett ez az ördög? – Szelim, akit ördögnek nevezett, már átvette a pénzt, és ismét bóbiskolt. – Futólépés! – nekivágtunk. Senki, Alfonz, aki utoljára maradt, az alvó Szelim mögött gyorsan helyre tolta a kismutatót az időnek megfelelő helyre. Ismét háromnegyed tíz volt. – Az öreg most már bóbiskolni fog. – reggelig mi rohantunk. És kicsi aludtunk, liekte úr, és megbotlott valamiben, az én lábam volt az a valami. Nagyot esett, és káromkodott, szétgurult mindene, keservesen nyögött a földön. Á, segít, szedjétek össze a holmiát, és hozzátok rendbe. Három óra, kiáltotta senki Alfonz, amíg látszólag a fegyverét és a sapkáját keresgéltük a sötétben, Vorm lassan elaludt az út mentén. Erre vártunk. Letakartuk egy köpennyel. Szépen, ütemesen, hortyogott. Tízre járt. Most aztán előre. Egy kiugró szikláról az erőt falán át a törzsépület tetejére értünk. Erre felé szokott kiszökni a legénység. Újabb öt perc múlva az épület mögött lemásztunk a mosókonyába, és a szellőző ablakon át újra feljöttünk a gazdasági hivatal folyósóján voltunk. A raktár kaput csendesen feltörni három ilyen embernek, mint mi, semmiség. Pillanatok alatt nyitva állt, senki Alfonsz finom fehér keze boszorkán gyorsasággal tapogatta ki az zárat rögzítő fontos csavarokat. Én a három acélpántot szereltem le ez alatt zajtalanul, azután az egyik hatalmas szárnyat egyszerűen kiemeltem a tengelyéből, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nem sok író ért az ilyesmihez, úgy, mint én, de ezt az esetet az ajtóval talán Shakespeare sem csinálja így utánom. Legalábbis nem ilyen zajtalanul. Előre, suttogta senki, és már felcsillant a kezében a tolvajlámpa, a raktár fala mentén régi polcok és rekeszek, középen irományokkal telt asztalon egy naplószerű könyv, ABC sorrendben minden rekesz tartalmának a tulajdonosa. Francis Barry 242 193 7 durva fehér szám minden polc felett, hol a 242-es egy perc, és Barry csomagja a kezünkben van. 242 Kolónia Igori, Travóforszé, gyal egyes szám, 45 piloton, Francis Barry 108 sz, S, S, A papírt senki leszakította, és a zsákot átnyújtotta Hopkinsnak. Vitt. sukta, előre, Wurm mellett találkozunk. Hopkins ment. Most következett Levin csomagja, ebben volt a levél, amit raptársunk Francis Barreto kapott, és olvasatlanul eltett, simán megtaláltuk ezt a rekeszt is. Itt van, mondta senki, sies Hopkins után, és leszakította a másik cédulát is. És te, én az üres rekeszekbe más zsákot teszek ezzel a két cédulával, hogy ne tudják, milyen podgyász tűnt el majd Dimitrov és Rivel zsákját teszem a két üres rekeszbe. Azután végignézek mindent, hogy nem hagytunk-e valami nyomot, siess. Mentem. Nem szívesen, de senki Alfonznak nehéz ellent mondani. Visszatértem Wurmhoz, simán ment minden. Tuskó már az alvó mellett gugolt, és pont 11-kor ott volt senki is. Ezen az éjszakán azt hiszem, felállítottuk a nehéz súlyú betörés világrekordját. Egy óra alatt behatoltunk a gazdasági hivatalba, feltörtük a raktárt, és visszatértünk bázisunkhoz. Vurm úgy hortyogott, hogy óvatosságból a szájára tettünk egy hátizsákot. Először Francis Váré podgyászát kutattuk át, olyan holmikkal volt tele, amiket nem vihet a büntető táborba. Elsősorban könyvek magam is sokat olvastam, többek között Zsilblát, és mint, mint, már említettem, Rokámból szerelmeit, de a fenti tudományos műveken kívül számos alkalommal elolvastam Lohengrin, a hattyú lovak történetét is, ami mai műveltségem alapját képezi. Ez a Francis Barré épp úgy szerethette az irodalmat, mint én. Sok versírót olvasott valami Dante nevűt, Puskint, meg Browning, ez utóbbi nem csak író, hanem revolvergyártással is foglalkozik. Más semmi. Illetve egy leány képe, múlt évi dátummal. Ivon, ez áll rajta tollal. A huga ez, a kiírt tuskónak. Ivon Barré. Csodaszép hölgy volt, okos, úri, Finom, kis és szomorú, nagyon kedves arcú. Senki Alfonsz különösen sokáig nézte ezt a képet. Milyen szép suttogta csodálkozva. Emlékeztet egy filmszínésznőre, mondta, aki annyira belém szeretett, hogy valósággal őrült volt. Épeszű nem lehetett, az biztos, dönnyögte Tuskó Hopkins, akinek műveletlenségét mi sem mutatta világosabban, mint éppen ez az ótromba megjegyzése. Senki Alfons zsebre a fényképet, amihez nem volt joga, és hozzá láttunk Levin csomagjához. Ez már érdekesebb volt. Elsősorban 200 különböző étlap került elő aranyozott bőrkötésben, bizonyos ételek aláhúzva ceruzával, némelyek mellett felkiáltó jel, azután néhány díszes festéssel ellátott tortalap, egy csomag fogpiszkáló és sok kanál, kés, villa különféle éttermek jelzésével. Majd rejtélyes módon egy halcsontból készült régi módi női fűző került elő Levin zsákjából, és ez volt ráírva vastag betűkkel, mintha ecsettel mázolták volna fel. Par maître Levin souvenir e bájos hölgy a fűző terjedelme után ítélve több mint 200 font lehetett. Ide néz, kiáltotta senki Alfonz. Egy színes, puha fedelű könyvet húzott elő a zsákból, színes betűkkel ez rajta a nagy Levinnek hálás tanítványai 200 étel ábránd. 200 különböző étel készítési módját tartalmazta a könyv Levin módra. Belső fedőlapján egy fénykép, amely a mestert és a tanítványait ábrázolja. 16 évvel ezelőtt készült a kép, ez kiderült a nyomtatott évszámból. A mester húsz tanítványa körében egy széken ült a csoport közepén. Valamennyien fehér szakácskötényben, fehér bóbita és mi az ördög, mintha hálóruha volna. A térdig érő mellett fedő kötény alatt csíkos nadrágszár, könnyű csíkos kabát, pizsamában főznek. A legnagyobb meglepetés mégiscsak a 16 évvel ezelőtti Levin, a nagy Levin, aki ma gondozatlan, toprongyos, borostás, elhanyagolt, mint valami útszéli csavargó, és itt van a 16 évvel ezelőtti Levin, bizonyára fénykorában, Micsoda meglepetés! Pontosan olyan gondozatlan és toprongyos volt fénykorában, mintha csak tegnap készült volna róla a fotográfia. Ki lehetett ez a levin? tűnődött senki Alfonz, és hosszasan nézte a képet a lámpa fényénél. Valami szakács vélte Tuskó. És kik a tanítványai? Kukták, feleltem találóan. Inkább útonállóknak nézném őket, csak ugyan eléggé vegyes társaságnak látszott Levin mester tanítványainak koszorúja. Itt van. Egy piszkos boríték került elő a hátizsák mélyéből Francis Barré levele, amit Levin olvasatlanul őrzött holmia között. Nem is tudom, miért lettünk annyira izgatottak, mi közünk Baréhoz. Alfonsz felbontotta a levelet, és a válla felett mindketten olvastuk, Levin ezt a levelet egy benszülött leány csempészi a postához, csak néhány sort írhatok, sajnos kevés a lényeghez, és én beteg vagyok nagyon. Mint foglyot őriznek Igoriban, de nem a trávóra ítéltek között. A világ legnagyobb gassága történik itt. Istenem, hogy írjak meg mindent, mindent? nem csatlakoztam. Hozzájuk ezért fogvatartanak a lényeget, magam sem tudom, mesebeli összegekkel megvesztegetnek mindenkit, aki rájön. Én csak Pitmennek köszönhetem az életemet, Pitmen nem halt meg, szökött légionárius. Nagy lázam van, hugomnak juttassa el ezt a levelet, ő majd megmozgatja a katonai hatóságokat, Feljelentést nem szabad tenni, de nekünk sok magas összeköttetésünk. Van az én apám igen magas rangú tiszt, azonnal intézkedjék, Franciaországról van szó, sajnos nagyon beteg vagyok, és zavaros előttem minden könyörgök, sürgősen tegye meg, ami módjában van Franciaországért. És az ön. Francis Varé vajtársáért. Igazán lázas lehetett, mondta Hopkins. Senki Alfonz nem szólt semmit. Cigarettára gyújtott, aztán betette a levelet a szakácskönyvbe. Mit szólsz az esethez, kérdeztem, mert idegesített ez a bamba hallgatás. A leány nagyon szép, felelte. Ez igaz, hagytam rá. Hülyék vagytok! kiáltotta Hopkins dübegurultan. Azért csináltuk ezt az őrültséget, hogy egy szép nőről meséljetek? Ilyen alak volt. Itt a légióban a legócskább ember is felsóhajt olykor, vagy dúdol egy régi nótát, és minden katona szeme különösen szomorú lesz, ha nőkről van szó. De ez a Hopkins, ez csak a szórakozásnak él. Ez nem érdekli más, mint a lopás és a verekedés a levelet természetesen lemásoljuk, és elküldjük a lánynak, mondta senki, azután érdekes lenne tudni, hogy mi van ott Igoriban, nem? És újra előveszi a női képet. Az bizonyos, hogy szép. Ostobaság, mondta Hopkins. Ha Igoriba induló transportba jutnék, hát felkötném magamat. Senki Alfons nagy, csillogó, fekete szemével a messzeségbe néz. Orcimpái finoman megrezdülnek, olyan most, mint egy álmodozó tigris. Jóképű férfi, szabályos, érdekes arcáról. Annyi halálos hidegség, idegenszerű nyugalom áradt, hogy az ember akkor fél tőle a legjobban, ha mosolygott. Nem is transporttal akarok Igoriban menni, hanem oda szöknék. Tuskó Hopkins felállt, leporolta magát és odaszólt nekem. Ez hülye lett. Gyerünk! Ilyesmi igazán csak senki Alfonznak juthat eszébe. Elszökni a légióból, ítélet nélkül, önszántából, a legmesszebben fekvő, legrosszabb hírű büntető kolóniába látogatni, – Akkor jobb, ha elfogadod magad. Biztosabban eljut cigoriba, mint egyedül. – Ez sem rossz, felelte Szeliden, és cigarettára gyújtott. – Nagy erünk! – dühöngött Hopkins. – Igazad van, hagytam rá bölcsen. Mi nem veszünk részt ebben az őrültségben. – Mondtam, hogy szükségem van rátok? – kérdezte ajkbiggyeztve. – Ez olyan szemtelenség volt, hogy nem is feleltünk. Harmadik fejezet Miután elástuk a két hátizsákot, kivártuk a három órát, és Wurmmal együtt pontosan átvettük a szolgálatot. Reggel hétkor már nagyban folyt a vizsgálat, betörtek a raktárba. Az udvar közepén egy asztalnál ült a kapitány, és előtte felsorakozik a helyőrség. Fél négykor fedezték fel a betörést, és utoljára kilenckor járt az írnok a raktárban. Ezt az időt kellett mindenkinek igazolnia. Négy-öt ember volt csak, akik későbben mentek a hálóterembe. Ezeknél alaposan megvizsgálták az alibit, mindenki igazolt az éjszakát. A kapitány igen ideges volt, ilyesmi ritkaság a gyarmati hadseregben a legionárius csak elveszett felszerelési tárgyait pótolja a bűnös úton, de nem lop. Itt pedig eltűnt egy Dimitrov nevű orosz és egy Rivel nevű Travóra ítéltnek ahol mi a holmia. Potrien jelentkezett. Kapitány úr, van itt három ember, akik címeres alakok, mindenféle bonyolult szélhámos ügyben részt vesznek, és mai a szabadok voltak, mert 12 órás szolgálatban álltak. Emma, Előálltunk. A kapitány szeme megakadt az ubbonyunkon. Hol kapták a becsületrendet? Szenegáliában felelte Alfonz. Miért? Felderítő úton voltunk a négereknél, és fontos híreket hoztunk. Hol voltak tegnap este tíz és három óra között? Szelimnél ittunk, és kisé berugott állapotban elaludtunk. Szelim keltett fel bennünket, és három óra előtt két perccel futó lépésben érkeztünk a váltáshoz. Ez igaz volt. Urmot felkeltettük nagyvérgesen, hogy mit képzel, még elalszik, és nem érünk oda. Aztán futva értünk a kapuba éppen három órakor. Urm, szólt a kapitány. Így volt, mon kommandán, én elbotlottam útközben, és mindenem szétgurult, úgyhogy aztán futni kellett. Fogalma se volt róla, hogy közben teljes öt órát aludt. Szelim is azt vallotta, hogy háromnegyed háromkor az óraütésre ébredt, és felkeltett bennünket. Lelépni, őrmester, ez a három egész jó katona mérgében, mert nem sikerült az árulkodás, Potrien berendelt hármunkat a börtönök takarításához, pedig ez csak olyankor szükséges, ha kevés arab a munka elvégzésére, és most volt elegendő. A jó öreg Potriennél most már megkezdjük az elvonó kúrát, mondta senki Alfonz. Mit csináljunk? A légió álmos könyve szerint őrmestert megverni igen rossz kimenetelű főtárgyalást jelent majd szépen lassan leszoktatjuk valahogy. Két nap múlva szemle volt, mert tiszti küldöttség utazott át Agadir felé, és a manszoni helyőrség fogadta őket. – Őrmester! – recsegte a kapitány, és mereven ült a nyerekben, mert igen sok zöld levéldísz látszott az egyik közeledő sapkáján, ami legalább tábornoki rangjelzés, de volt a küldöttségben ezredes kapitány, sőt, mint később kiderült a kormányzó szárny segédje is eljött velük. Ui, mon kolonel, kiáltott Potrien, az első pelotonnal felvonul, anávan. Az őrmester kilépett, harsány vezény szóval messzire rikoltott. Árut! És kirántotta a kardját, illetve rántott egyet, de a kard nem mozdult. Potrian egy másodpercig úgy érezte, hogy a reng a föld, újra neki húzakodott, az ördög van ezzel a karddal. A kapitány halott fehéren ült a nyerekben, ez még nem volt. A köztársaság fennállása óta példátlan eset, egy őrmester nem bír kardot rántani vezényléshez, rép a répa vörös arccal lihegve húzza a kardot, a tiszti küldöttség élén a tábornokkal közben odaér, és őszinte érdeklődéssel figyelik az altiszt előfeszítéseit. Hát segítsen neki valaki, mondja jó akaratúan a tábornok. Púha szívem van alapjába véve, hát feszesen kiállok, aztán megfogom a kard végét, Potrian a markolatot, és húzzuk. Aj, ne, Na még, nem mozdul, na még. Ütközet közben, jegyzi meg a kapitány, ez a módja a karthúzásnak kisé vontatott eljárás lenne. Én is azt hiszem, bólogat a tábornok, egy türelmetlen arab esetleg odaüt, mielőtt a műveletet befejezik. A kapitány szédült a nyerekben, ilyen blamás. Potrien arcán a régi sebb helyszínte lángolt, nagyot rántott a tokon, és végre kim van. A tábornok felkiált, a kard markolati rozsdás. Alázatosan jelentem, hebegi Potrien merevállásban, a istáló rozsdás kardok, és kicserélték. De ki hallgat rá? egy őrmester rozsdás karddal a légióban a kapitány segítségére siet. Az altiszt vénharcos tábornok úr öregszik. Potrient a guta kerülgette. Szemle után kihallgatáson volt, hogy mit beszéltek a kapitányjal, azt nem lehet tudni, de Potrient tűzpiros arccal jött le a kantinba, és pozdorjává tört egy széket valamiért. A kantinos né, akihez állítólag gyengét szálak fűzik az őrmestert, este kisírt szemmel mérte a bort. Ha találkozott velünk, ránk nézett néhányszor, élesen, fenyegetően, mert lelkeméjén tudta, hogy honnan fúj a szél. Másnap itt volt a válasz. Senki Alfonznak elvonta a kimenőjét, mert piszkosnak talált az egyik kabátgombját, én négy nap száll de kaptam egy elhibázott díszlépését, Tuskó Hopkins felmosta az istállót. Kétszer. Ekkor már az erőt katonái is megérezték, hogy itt van valami a levegőben. Valami titkos háborúság, valami kirobbanás előtti baljós szélcsend. Még aznap este újabb kellemetlenség érte ezt a potrient, akit mostanában üldöz a balsors. Tegnap például bizonyos egyének este beolajozták a kantinosné ajtaja előtti lépcsőt, a nesztelenül kisurdanó őrmester akkorát zuhant, hogy beleremegett az erőd, és a poszt riadót akart fújni, most meg szegény borítékba teszi este a déli napi parancsot az őrmesteri jelentéssel együtt, és ahogy szokta, egy ordonánccal a kapitányhoz küldi. Én még beszélgettem a folyosón az ordonánccal, és Tusko Hopkins úgy látszik részeg volt, mert neki ment véletlenül a legénynek, és ölelgeti, de az ordonánc ott hagyja, mert siet a kapitányhoz, Azután, és ez már nem tartozik a szokásos napi események sorába, a kapitány siet Potrienhez. Nagy a lárma, mert a lejárt napi parancs helyett egy gúnyvers volt a borítékban, amit az ordonánc az őrmestertől hozott. A gúnyverset a légionáriusok titokban már régen éneklik. Arról szól, hogy egy kapitányt ütközet közben hátán érte az ellenség golyója. Sajnos a mi kapitányunkat véletlenül ilyen sérülés érte valamikor a hátán. Állítólag miközben megfordult a lován, hogy rohamot vezényeljen. Bizonyára így volt. De hát ezek a légionáriusok mindent kiforgatnak. És a kapitánynak ez a régi seb, örökre fájó pontja, pedig igazán nem futás közben érte hátulról a golyó. Ez a rágalom. De azért érthetően idegesítette, hogy Potrien ezt a költeményt küldi el a napi parancs helyett. Másnap Potrien váratlanul szobarendvizsgálatot tart. Mi ármon, poros polcaink miatt kimenő helyet takarítunk. Ez a válasz. A gerillaharc teljesen elfajult. Az őrmesterre aznap éjjel rázárták kívülről az ajtót, amikor látogatóban volt titokban a kantinos nénál. Kénytelen volt az ablakon kilépni, sajnos a kapitány pudingjába, amit egy gonosz ismeretlen odahelyezett a konyha ablak elé. Ilyen gazság! Másnap, hanyag tisztelgésért, négy napi celül mind a hármunknak. Uh... S elül büntetést, megkeserül, ívörög, te fogcsikorgatva, Tuskó Hopkins. Senki, Alfonsz, fütyörészett. Mi a terved? Semmi. Megőrültél, ha nem ütünk vissza, akkor kár volt elkezdeni. Majd visszaüti ő saját magát, felelte könnyedén. Reggel a kapitány érkezése előtt az irodában takarítottam, belülről törölgettem a nagy szekrényt, és elfelejtettem kijönni, mert Potrien jelentése érdekelt: A szekrényből kihallgattad, amit a kapitányjal beszélt? Igen. Rólunk, de mennyire. Közölte a kapitányjal, hogy a négyes zárkában üljük le a büntetést, amit ma kezdünk meg, fél hatkor, a cella régi szellőztető kürtője az őrség szobájára nyílik, és a szelülből minden szó áthallatszik oda. Potrian azt ajánlotta a kapitánynak, hogy jöjjön vele az őrség szobájába, amikor a szelülben vagyunk már, és hallgassák ki, mit beszélünk. Bizonyára elárulunk néhány titkot. Szerinte azt is megtudják majd, hogy ki követte el a betörést a raktárba, azt állítja, hogy mi cseréltük ki a kardját egy rozsdás vacakkal, amit kívülről dörs papírral letisztítottunk. Micsoda rágalom! Hol van itt dörspapír, dünyögte Hopkins? Az egész rozsdát reszelővel kellett leszedni. Szóval nem kell bántani az öreget, bízzunk abban, hogy nem derül ki rólunk semmi csúnyaság ma este hatkor az árkában, most gyertek ide a lépcsőházba, remélhetőleg nincs régi szellőztető kürtő a falban, félrehúzottunk hárman. A mai postával levelet kaptam Ivontól, mondta senki. Az kicsoda, Ivon Barré. Három héttel ezelőtt elküldtem neki repülő Francis Barré levelének a másolatát, hálálkodva felelt. Hármunk nevében írtam. Rólatok is tud mindent. Ezt nem hiszem, jegyezte meg Hopkins. Egyetlen úri leány nem lehet tájékozottabb, mint négy világrész rendőrsége. Ebben sok igazság volt. Tisztelt uram, olvasta senki Alfonz, végtelen hálával gondolok önre és a barátaira, közben Bulanzsi úrtól megtudtam, hogy ő az igazi Thorst keresi, aki nem azonos múltkori levelem címzetjével. Fivérem levelének másolatát Bulanzsi úr tanácsára nem mutattam. Meg sehol, hiszen oly zavaros és szegény Francis nyilván betegen írta. Boulanger úr magához vette a másolatot, azzal, hogy eljárjon az ügyben, ennek két hete. Azóta barátjuk nem jelentkezett. Érthetetlen előttem, valami disznóságot csinált megint, kiáltotta a köpcös. Most gazdag, mondta senki Alfonz, miért csinálna disznóságot? A vérében van, felelte Tuskó Hopkins. Köszönöm önnek és barátainak, folytatta senki, amit tettek. Igazán csodálatosan nagylelkűek egy ismeretlen hölgyért az életüket kockáztatták. Egyiküket hírből már, itt a bajta és kedvetlenül zsebre gyűrte a levelet. Ó, kiáltottam, ott még van valami, egyikünket hírből, az mi? Semmi nem fontos, mondta zavartan a török szultán fecseget rólad, hogy regényt ír, szóval hülyeség. Nincs jogod ahhoz, hogy olvasóim és tisztelőim véleményét elrejtsd előlem, kiáltottam. Mondom, hogy semmi különöset nem írt rólad. Gyerünk az őrségre, jelentkezni kell, a büntetés megkezdése véget. És ment. Na de ezt nem hagyom annyiban. Hó, oh, oh, féltékeny talán, kedves barátom, így nem lehet írókat kivetni a nyeregből. Most csak gyerünk jelentkezni, de erre még visszatérek. Az őrségről a szelülbe vezettek, nem abba, ahol Levén is várta az átutazó rabtransportot, hanem egy másikba. A cella felső sarkában a mennyezet alatt egy sötét üreg látszik. Ez a szellőztető kürtő háromnegyed hat. Sokkal később egy kocsmai beszélgetés közben elmesélte az őrvezető a hallgatózás lefolyását. Éppen dohányt vágott, amikor megjelent az őrszobán a kapitány az őrmester társaságában. Vegye le azt a térképet a falról, mondta Potrien az őrvezetőnek. A térkép mögött egy kerek nyílás látszott, nem is kellett nagyon fülelni, hogy minden szót halljanak az árkából, valaki éppen ásít, én voltam, és a fogak visszakoccanása is tisztán észlelhető az őrségszoba kürtő nyilásán. Körülbelül negyed hétkor megszólal senki Alfonz. Nagyon jó, hogy ide zártak bennünket, legalább most megbeszélhetünk néhány titkot. Én is csak ennek örülök, feleli Tuskó. Aztán 45 percig nem szóltunk semmit. Megjegyzem, hogy szörnyű hőség volt, viszont az őrség szobájába ételt és italt hozatni szigorúan tilos. Még a kapitány sem teheti. Fél nyolckor senki Alfonz megszólal. Gyerekek, most fogadjuk meg, hogy a titkainkat senkinek sem áruljuk el, bármi történjék is. Esküszünk! Ezután harminc percig csak pihentünk és vakaróztunk. Az emberek a szelülben nem sietnek titkaik fecsegésével. Később Hopkins megjegyzi, hogy igen, meleg van itt Afrikában, ami nem éppen kellemes. Szerintem az eszkimók örülnének, ha náluk ilyen klíma lenne, mondom egy sokoldalú író eszével. Az eszkimók milyen országban laknak, kérdítuskó? <laughs> Szép műveltséged van, felelem gúnyosan, ezt igazán tudhatnád. Van egy ország, amit a felfedezőjéről, északi sarknak neveznek, ahol az év 11 hónapján keresztül nem lehet téli kabát nélkül az utcára menni. Újra figyelmeztetlek benneteket, mondja senki Alfonz, tegyetek lakatot a szájatokra, maradjon a titkunk, hogy szegény potrien nem normális. Azért bátor és jellemes az őrmester, dicsértem szívből, csak most, hogy öregszik, üldözési betegsége van hogy mi bosszantjuk őt, szólt sajnálkozva Tuskó, pedig ha megöletne, akkor se lennék képes derék és idősebb felettesemmel szemben ilyesmire. Ezért haragszik szegény a kapitányra is, mondja meleg részvédtel senki Alfonz. Azt hiszi, hogy az is üldözi. Hogy káromkodik, ha a kapitány közeledik az irodához? Lehet, tűnődik Tuskó. Lehet, hogy Potrián nem is haragszik a kapitányra, csak a zsolt pénzek körül manipulál, és ezért fél a tisztektől. Gyerekek, ezt a titkot őrizzük meg. De mikor vetted észre? Janus volt, hogy Szegény Vűzsi el pénteken meghalt, és szombaton visszatér a túlvilágról a zsoldjáért, mert csak így kerülhetett bele a létszámba? Én mégis szeretem ezt a potrient, lelkesedett Hopkins, mert talpik katona. Minket nem gyűlöl, csak féltékeny a kantinos némi miatt. Pedig, mondom én részvétel, a kantinos név hű marad hozzá, mert Potrien szemet húgy mindenfélének. Az is csak nekünk jó, hogy a hátsó szobában a kantinosné bort, pálinkát és dohányt árul a kaszárnya áris akiknek tilos az ivóba menniük. Így csevegtünk magunk között gyanútlanul mindenféle titkokat. De a legnagyobb titok, mondja Senki Alfonz, hogy szegény drága öreg potrien betört a raktárba. Mintha ventilátor volna, valami búgó, hördülő moraj hallatszik a kürtő felől. Mi az Isten csodája van ott? Ez nem igaz, kiáltja Tuskó. Potrien abnormális, de nem tör be. Nem tud róla ő maga sem. Én véletlenül láttam, hogy holtkóros. Ilyenekkel előfordul, hogy betörnek önkívületben. Szegény, derék, őrmester, alvajáró. Nem mond. De ez közöttünk marad. Tegnap előtt éjjel láttam, felborzolt hajjal, egy szál pokrócban mezitláb jön a kantin mögül, és így halad végig az erődfal mellett a sötétben. Érzi, hogy beteg és öreg, ezért gyanakszik mindenkire. A kapitányt is ezért szidja. A kapitányt mégis tiszteli és becsüli előttem mondta a múltkor az írnoknak. A kapitány urat tisztelem és becsülöm, de mióta a hátán megsebesült, nagyon ideges. Senki Alfonz ásított. Na, aludjunk. De mielőtt még elalhattak volna, nyílik a cellajtó, és Patrián áll a küszöbön. Milyen kimerültnek látszik szegény. A bajusz az iláltan szerte áll, a szeme vérben úszik, táguló orjukain vad ritmusban fújja a levegőt, és a fogai csikorognak. Megviselhette a szolgálat aznap. De hát nem csekéség egy ilyen erődben ellátni az őrmesteri teendőket. Suttogó hangja ijesztő volt, ahogy megszólalt. Tudták, hogy én hallgatózni fogok? Mon chef, felelte senki Alfonsz mi nem tételezünk fel ilyesmit uh, Szerzsán Potrienről. Az őrmester gúnyosan mosolygott, de az arca sárgásan ibolyaszínű színű volt. Igoriban majd gondolkodhatnak az én ügyeimről. Azt hiszem, oda kerülnek előbb-utóbb. Senki Alfonsz kemény vigyázba vágta magát. Ott is szívesen szolgálunk, majd az őrmester úr keze alatt. Hátra Megértette jól a válaszunk értelmét. Ha mi oda kerülünk, akkor őt is oda juttatjuk. Mm, – Úgy, na jó, majd meglátjuk. És becsapta az ajtót. A távozó őrmester lépteitől rengett az erőd. Ezt az őrmestert a fátum üldözi. Egy idő óta ki tudja miért, kisé a bögyében van a parancsnok kapitánynak, pedig igazán jó katona az öreg Potrien. De ha egyszer a kapitány kipécéz valakit, akkor hiába minden. Egyszer a szolgálati beosztásokat találja Pongyolának a parancsnok. Majd a reggeli szemle után közli gúnyosan, hogy ezzel a sorakozással még egy cserkész dzsemborin sem vehetne részt a század. Szóval a szegény potrien élete pokollá vált, amit betetőz még a kapitány érthetetlen gyanakvása, a környék békés arab kecskepásztorai és beduin cipőfoltozóival a szemben lépten nyomon támadástól tart, és négy-öt napos felderítésekre küldi Potrient. Sokszor a lakatlan csúcsok és a távoli füstölgő kráterek irányából várja a kapitányunk a meglepetést, és ilyenkor Potriennek a szakaszával az Atlas felső hágóinak hórétegéig kell felkúsznia a manzomból. Pedig ezen a tájon ember emlékezet óta nem történt támadás. Külön halálos bosszúsága volt az őrmesternek, hogy a kapitány rendelkezése szerint bennünket nem vihetett őrjáratra. Nem szeretem, szezsa, mondta Potriennek ha egyéni érzelmei szerint kezeli a legénységet. Közben egy távoli oázisban nyolc főből álló különítményt vezényeltek Mansonból bizonyos fékezhetetlen benszülöttek megrendszabályozására. A nyolc ember három hónapig őrszolgálatban marad a beosztási helyén. Potriem megragadta a bosszú állás alkalmát, és beosztotta Senki Alfonzot a nyolc közé. Jól tudta, hogy súlyos, teli találat, ha elválaszt bennünket egymástól. Szomorúan ültünk a kantinban. Ne, mondta Senki Alfonz, ti akárhogy vagytok is vele, én már örülök, hogy kiszabadulok ebből az erődből. Az ember nem azért él, hogy unalmas biztonságban krumpli egyen itt. Azt hiszed, hogy a szaharában rezes banda szól a krumpli leves mellé? Dünnyögte a sötétben, a különben mindent rózsaszínben látó tuskó Hopkins. Még sose láttam ilyen mogorvánat. De én se lehettem barátságos, az ördög vigye, megszoktuk egymást, veszélyben, tétlenségben, kemény afrikai szolgálatban. Valahogy úgy kéne intézni, hogy együtt legyünk, mondtam, megfelelő ravasz eljáráson tűnődve. Talán, ha megkérjük a kapitányt, beoszt minket is a nyolc ember közé. Én úgy megyek el a nyolc szalabba az oázisba. Ezt hogy érted? Én Igoriba megyek. Megvesztél? Légy szíves, beszélj világosan, fortyant fel Tuskó. Mit jelentsen ez a sok zagyvaság? Ha már elmegyek innen, mondta szomorúan, a legjobb barátaimról is lemondok, akkor legalább megnézem, hogy mit látott ez a lázas Francis Barry Igoriban. Senki Alfonz nem csak azért emlékeztetett a híúzra, mert gyors és nesztelen volt, finom, okos arca, behizelgő modora és a ravasz mód, amelyel kerülő úton hálózta be azt, akit rábírt valamire, hasonlított a macska macskaszerű fenevadra ez a ha már elhagyom legjobb barátaimat, ilyen gyanús elérzékenyülés volt. Ha igoriba mész, mondta Hopkins, akkor nem csak a barátaidat, hanem az eszedet is elhagyod. Vasutat akarsz építeni a kongónál? Igazad van, bologatott. Nem is venném a lelkemre, hogy ilyen veszélybe rohanjatok. Te ne féltsél engem, üvöltötte magából kikelve a köpcsös. Az ilyesmit kikérem magamnak. Görbe lábain sebesen kacsázva kirohant a kantinból, és úgy vágta be az ajtót, hogy az evőeszközök megrezdültek az asztalon, és Zsófr Marshall képe lehullott a falról. Ti csak maradjatok itt, mondta nyugodtan senki Alfonz. Én megígértem Ivon Barénak, hogy nem hagyom annyiban az ügyet. Hát leveleztek? Igen, előfordul. Úgy látszott zavarban van. Mi ez? Levelez a nővel, és titkolja? Valami van a füle mögött, nem mer a szemembe nézni. Írt rólam azóta? Néhány sort. Ez a török szultán annyit mesélt neki a te ostoba regényeidről, dörmögte. Nincs jogod eltitkolni, Vett tudomásul, hogyha nem olvasod fel a levelét, megírom Mademoiselle barré ezt az eljárásodat. Hát elolvashatom, bár végre is ez az én ügyem, és felszólítalak, hogy olvasd el a levelet, különben meggyűlik velem a bajod. Azt hiszem, hogy férfias fellépésem mély hatással volt rá. Először életemben láttam ezt a rettenthetetlen embert meghátrálni. Csendesen a zsebébe nyúlt, és kihúzott egy levelet, É, nem hiszem, hogy ezt őszintén írta, jegyezte meg csendesen, aztán olvasni kezdett. Utóbbi levelében nem említi Mr. Fowler-t, ugyanis csak a ö, lényegre szorítkozom, ebekte zavartan, mosolyogtam rajta. Már tudtam, hogy honnan fúj a szél. A féltékenység ördögi métej és eszközökben ritkán válogat, írja valahol egy nagy ember. Csak folytasd. Barátja egyénisége érdekel, folytatta senki. Miért nem találkoztam sohasem ilyen férfival, aki művel, de azért a bal is sem mindennapiak. És mennyi szív, mennyi intelligencia, mennyi nemes lovagiasság jellemzi, mintha újra életre kelt volna a három testőr egyike ebben az emberben. Úgy érzem, ő lesz az, aki felfedi fivérem titkát, és elém áll egy napon. A bajta. Folytasd, kiáltottam izgatottan. Itt vége a levélne. Nem igaz. Kedvetlenül olvasta tovább ha elém áll, és megszoríthatom keményi férfias kezét, nagyon boldog leszek. Mit gondol, méltónak tartana magához ez a nagy ember? Nem volt szép tőled, hogy ezt eltitkoltad előttem. Miért? Te foglalkozol Francis Baréval, vagy én? Azt hiszed, azért megyek Igoriba, hogy elkaparincsd előlem ezt a csodás nőt, engem zárt a szívébe, mondtam fenkölten, azt fogja szeretni, aki az élete árán is felfedi a fivére titkát. Én megyek Igoriba. Én vagyok tehát a három testőr egyike. Ez micsoda eset a három testőrrel? Három katona egyszer az élete kockáztatásával elhozta a francia királynő nyakékét Buckingham hercegtől, nem tudtam. De hát az ember úgy él ebben az erődben, mint akit eltemettek. Se rádió, se újság. Szóval jegyezd meg, nem azért megyek Igoriba, hogy neked kaparjam ki a gesztenyét. Vagy akarsz te a kongóhoz szökni innen? Koporsóból, pokolba menekülni? Semmi között hozzá feleltem, és dühösen hagytam. Senki Alfonz másnap a vízgyűjtőnél állt őrségen. Amikor hallotta, hogy közeledik az őrjárat, letámasztotta a puskáját, cigarettára gyújtott, és egy kilométer kövön helyet foglalt. – Közegény, megőrült, vagy részeg? – kiáltott rá az őrjárat vezetője. – Részeg vagyok. – Biztosan tudom, hogy egy kortyot sem jót. De másnap már ott ült a szelülben, Levin mellett, aki közben mindenféle halételből kapott tőlünk, megkedveltük a flegmatikus, toprongyos öreget. Ki tudja miért. Az ellenszenvet és a baráti érzést legtöbbször nem az okszerűség szövi az emberek között. Azt hiszem, ez igen okos mondás volt. Közben megérkezett az eszkort, 40 rab és 25 fegyveres kísérő. Közben az történt, hogy az őrmester íróasztaláról a kifizetés napján eltűnt a zsolt pénz, azzal a kisebb fajta kék vászon zsákkal együtt, amelyből kifizetik. A légió sajnos valóságos gyűjtőhelye a kétes egyéneknek. Szegény Potrien nem keveredett ugyan gyanúba, de a felelősség őt terhelte. A kapitány, akinek érthetetlen módon a bőgyében van ez a kitűnő altiszt, most megragadta az alkalmat, hogy elintézze Potrient. Az őrmestert Oránból leváltják, és ő vezeti az eszkortot Igoriba. Este senki Alfonsz becsomagolta 5 kilói engedélyezett holmiát, Levin szakácskönyvét is elvitte. Az minek? Levin megkért, hogy hozzam el, talán sor kerül rá, hogy főzzön nekünk, és akkor felolvassuk neki a recepteket. Többféle apróság számára Hopkins egy kisebb fajta kék zsákot ajándékozott neki. Ilyenben apró pénzt tartanak általában. Nézd, Hopkins, ez a senki Alfonz, csak… – Mit motyogsz? Fordult felém dühösen. A köpcös egy idő óta mindenkivel veszekedett. Nem érdekel az a hülye fráter. Mit tudod te, miért megy ő, Igoriba? Mondtam komoran. A férfi tettre készsége, olykor a lélek legmélyebb rejtekén lakozik. Ez azt hiszem igen szép mondás volt. Úgy beszélsz, mint egy fél hülye. Mi van? Keresd a nőt, idéztem egy régi angol költőt. Ezért megy senki Alfonz Igoriba. Itt is kereshetek nőt magamnak, ha fontos, azért még nem kell Igoriba menni, szép kis szoknya vadászat. Talán nem is neki, nekem kellene Igoriba mennem, Nem előttem szokott felhős mélabúmmal. Menjetek, ahova akartok, féleszűek, kiáltotta. És kis hiány lenyelte a kialudt szivarvéget mérgében, miután hiába szipákolt, hogy felé legyen a parázs. De bennem elhatározássá érlelődött a kétség. Nem fog csalódni bennem a nemes hölgy. Este kijelentettem az őrmesternek, hogy elveszett a puskám, pedig maga el egy verembe az erőd mögött. Másnap bevonultam öt kilós csomaggal a zsúfolt szelülbe. Üdvözlöm, uram, köszöntött a nagy levin. Ön úgy jön nekünk, mint homárhoz a vörösbor. Néhányan megjegyezték, hogy fogja be a száját, és ne izgassa az éhes embereket. Mogorvák voltak ezek a messziről jött elítéltek, sivatagi harcoktól fáradtan, útban igori felé, ahol a pokol várja őket. Miért jössz utána, erőszakkal? kérdezte senki Alfonz. Átlátok a szitán, feleltem, és a szemébe vigyorogtam. Nem fogod a hátam mögött eltántorítani tőlem ivont? Vagy kilencen ültünk a ragadós, piszkos, férges kövön, és diderektünk az estében. A szűk helyen mozdulni sem lehetett. Valaki Igoriról mesélt, Kongó, szörnyű klíma, nedves, fabarakok. Állat, ilyen durva őrök. Hopkinsnak több esze volt, igaza van, őrültség oda menni. Rosszabb, mint a pokol, mondta a mélyhangú nagyfejű Kolter, aki kántor volt valaha Kopenhágában. Csak egy jó van ott, magyarázta Levin, hogy sehol sincsenek olyan fehér húsú a hasonló állapotok vannak éjszakon a vadhússal. A 90-es évek végén főztem egy őzgerincet zöldséghaséval, fokhagymásan. Ezt én úgy csináltam hogy egy jó fél kiló szalonnát nyársan kiolvasztok a sült felett, itt hónapok óta senki nem evett egy jó falatot. Ne csodáljuk hát, ha kisé mogorva emberek voltak együtt. Egy szakadt rab felemelkedett. Ha azonnal nem adja abba ezt a történetet, mondta figyelmeztetően, kitolom az egyik szemét hüvelykújjal. A másik az én dolgom, szólt a kántor, akit az évek kisé világiassá tettek a sivatagban. De uraim, ez olyan csodás étel volt, mert én nem sütöm át egészen, hogy ízes maradjon. Puff! Valaki fejbe vágta egy üres csajkával, de alaposan. Mondom, kisé mogorva emberek voltak. A fejbeütés estére, sőt éjszakára is elhallgattatta Levint. Reggel nyílt az ajtó, és egy öt kilós csomaggal tuskó Hopkins lépett be, rendkívül zord kifejezéssel. – Halló, tuskó, kiáltotta senki Alfonz örömmel. Hát unatkoztál? Az urak nem érdekelnek, mondta, és leült középre, által a falhoz szorulóknak kimaradt a lélegzetük talán véletlenül vagy itt? kérdeztem gúnyosan. Igenis, ha tudni akarod. Kész véletlen. Nagyon idegesen viselkedett. Betört az egyik emeleti ablak. Azért még nem ítélik travóra az ember. De kiesett rajta az udvarra valaki. Régi aragosom. Már tizedes. Azért később mégis csak kiderült, hogy mielőtt ezt a régi haragosát megfenyítette, Tusko Hopkins sok bortivott ivott a kantinban, és eladta féláron a havi zsoldját a kantinosnak. Tehát előre tudta, hogy a manzon erődben már nem kap mert travóra megy. Negyedik fejezet Nem volt igaza senki Alfonznak. Mégiscsak jobb az unalmas erődben penészedni, mint a sivatagot róni naphosszat egy liter poshat vízzel a kulacsban, amiből a felét este a kondérba kell önteni, különben nincs leves. Meleg, 50-55 fok. A sivatagi bolha beeszi magát a köröm alá, hogy az új meggyűlik és gennyed, por, verejték izgatja a bőrt, míg vörös lesz, viszket és éget. Így mentünk egymás mellett, két katona és egy civil mert Tuskó még mindig csak tiszteletbeli légionárius, akit állítólag Czorznak hívnak, és semmi dolga itt a sivatagban. De ha ezt feszegeti, mindig kellemetlensége lesz. És hát Potrien apánk is jön Igoriba, ő vezeti a transportot, fatális, hogy mik történnek szegényel, amióta eltűnt a kis pénzes zsák az asztalról a heti zsolddal. Megfoghatatlan. Ha nem lett volna ilyen fedhetetlen régi katona, hadi törvényszék elé állítanák. Így csak áthelyezték szegény fejét Igoriba. Ott megy az élen, és ha végigjárta a sort, furcsán néz ránk, mintha haragudna valamiért. Az öt kilós csomagunk kívül egész jól felszereltük magunkat. Szelim, a 90 éves kávéfőző, kihozott mindenfélét a sivatagba utánunk, ahol már nincs vizsgálat. Egy egész zsák apró pénzt kapott ezért tőlünk. Hát szívesen tette. Már két napja meneteltünk a szaharában. Pokoli a meleg. Természetesen a szerencsétlen Francis Barré ügyéről esik szó. Áfene, egye meg a török szultánt! Kiáltotta Hopkins és úgy izzadt, mintha zsírból volna. Hogy beszüntette az írást a piszok? És elvette a leánytól Francis Barry levelének a másolatát. Senki Alfonz összevonta a szemét, amikor gyanús barátunkat emlegette Hopkins. Ez a török szultán egyszer megjárja az ő egyéni útjaival, mondja elgondolkozva. Mindig gyanús, de mindig megmagyarázza. Furcsa dolog ez a törökkel. Mindent egyedül csinál az ő ravasz titkolózó módján, és állandóan gyanús, de végül mielőtt agyonvernék, tisztázza magát, és kiderül, hogy még hálával tartozunk neki. Elsősorban körülnézek ott, mondta senki Alfonz, aztán írok a leánynak. Majd én írok, kiáltottam. Igaz, mondja Hopkins, ő az író, és köpött. Este tábor ütött a csapat, és vacsora után lepihentünk. Furcsa előérzet izgalma feszült bennünk. Sejtettük, hogy különös események sietnek felénk. Ilyesmit öreg kalandorok megéreznek. Éjfél felé nagy zajra ébredtünk. Néhány katona el akarta ásni Levint. Álmában recepteket mondott, és a kiéhezett embereket teljesen felzaklatta ezzel. De uraim, hebegte, amikor már a porba nyomták. Egy hatfogásos halvacsorát álmodtam, ez bárki el megtörténhet. Itt ne álmodjon jó ételeket a mindenségit. Álmodjon arról, hogy egyáltalán jó, ha van mit enni. Komolyan ellátták volna a baját, ha senki Alfonz nem lép közbe megfogta csendesen a legerőszakosabbnak a karját, és az illető ettől térdre esett, nagyot kiáltva fájdalmában, két másik rab félre akarta lökni a spanyolt, és verekedést támadt, Hopkins meg én nyomban ott voltunk, húsz percig is eltartott, amíg megvertük hárman a transportot. Végül odajöttek a katonák, és jött Patrián. Mi történt? <laughs> Engem el akartak ásni, siránkozott Levin. Ilyesmi azt hiszem még a légióban sincs rendjén. Ki verekedett? kérdezte felcsillanó szemmel, mert hiszen tudta jól, hogy nélkülünk ilyesmi nem eshet meg. Ez a három úr megvédett. Úr? kérdezte gúnyosan. Az eszkort nem rablóg az embereket, hanem urakat visz. A három úr fél vízadagját megvonom holnapra. Ezt napotrient üldözi a bal szerencse. Valaki ellopta a kulacsát. Kemény büntetés a sivatagban, meneteléskor. Pedig már öt órakor hajnalban indultunk. A szaharában, csupa rab között, még ilyen galátság is előfordulat. Arra természetesen nincs mód, még az őrmester esetében sem, hogy friss adagot kapjon a gondosan beosztott vízből, de ezt a potrient nem is olyan fából faragták, hogy ilyesmire gondoljon. Estig menettel víz nélkül. A szaharában nem egy fiatal legény meghalna, de ez megy, mint a szálfa, kisé vérbe borult szemmel, olykor megmegálva. De megy! Mi nem szenvedünk annyira. Ez az ügyes Hopkins szerzett valahol egy üvegvizet. Egy teljes napi adagnak megfelelőt. Csoda, hogy honnan! De a leleményes katona mindenütt segít magán. Később énekeltünk is, és ez kicsi idegessé tette Potrient. Persze neki lüktetett egy ére a homlokán, és időnként mély lélegzettel lehunyta a pilláit, de menetelt elől. Másból volt ez az ember. Mindegy, hogy baráte vagy ellenség, le a kalappal. Kiléptem elé a sorból. Mit akar a hosszú csirkefó? kérdezte fáradtan. Nekünk kevesebb víz is elég, chef. Felajánlunk egy italra valót, őrmester úrnak. Végigmért mély utálattal. Szóval a fél adag olyan sok lett, csak tartsák meg a vízüket. Non de non. Majd éppen ilyen csirkefogóktól fogadok el segítséget. Ha a köztársaság elnöke majd megkérdi, mondja Potrien, 12 évi szolgálat után, hogy masírozott át a sivatagon, azt felelem úgy történt, mon prezident, hogy néhány gyanús fráter megkönyörült rajtam. De ha már itt van, parancsot kap maga, és a másik két alak, az esti pihenőnél egy méteres sáncot kell építeni, támadástól tartok ma éjszaka. Maguk hárman elmennek köveket hozni. Ez volt a válasza. Kiújult a háborúság közöttünk. Keserves volt este menetelés után cipelni a köveket, de mi sem voltunk szilva lekvárból. Másfél óra múlva talpik hófehéren a portól, de ott álltunk előtte, mint a cövek. A sánchoz szükséges köveket összehordtuk, mon Végig nézett rajtunk ő, is tudja jól, hogy mi az a teljesítmény. Aki a sivatagban megáll a lábán, az acélból van. Rendben van, takarodjanak. Ganai. Éjfél után mind a hármunkat felkeltett az őrvezető, dühös volt. Az őrmester, támadástól tart a mindenségit. Magukat jelölte ki, őrjáratba, gyerünk! Kegyetlen út volt, menetelés, kőkeresés után, sajgó tagokkal mászkálni a dermesztően leült arában és reggel, amikor kemence lesz a sivatag, tovább menni pihenés nélkül. Másnap azért is énekeltünk, amikor indult az eszkort. Ezt a szegény potrient a végzet kerülgeti. Déli pihenő volt hosszú táborozás, amíg az elviselhetetlen forróság kisé alább hagy. Az ember ilyenkor mindent ledobva magáról alszik. Valami ember a jó öreg potrient cipőjét fél méterrel odébb helyezte a sátor árnyékából a napra. Ostoba, durva tréfa a légióban, mert a rendkívüli hő gyorsan megszárítja a bőrt, a cipő összezsugorodik, és úgy kell felerőszakolni a lábra, ilyen bakancsban menetelni pokoli De még azon felül eltűnt a boka védője is, tehát a por beszivárog majd a cipő torkán és a fűző közein a fájó, felsebzett lábra. Igazán aljas tréfa. Az őrmester ugyan panaszhang nélkül menetel, de azt hiszem sohasem felejti el ezt a napot. Mi elég jól bírtuk a menetelést, mert kapcába csavartuk a lábunkat, Hopkins a déli pihenőn új rongyokat szabott ki magának erre a célra, valahol egy hosszú bokavédőt talált az ügyes fickó, amit megfelelő módon összevágott kapcának. Az őserdő mindössze kilenc áldozatot kívánt, ami ritkaság. Előfordult már, hogy a teljes eszkortból senki sem érkezett meg. Mind ott pusztult az úton, dizentériában, sárgalázban, vagy menetirány tévesztve, valahol a vadon mélyén. Forlamiból benszülött vezetővid for Mombráig, innen egy katonai erősítés bizonytalan vidéken át a Kongóig. Közben a törpe pigmeusok és busmanok nyilai süvöltöztek felénk, a bozót láthatatlan sűrűje mögül. Négyen mérgezett nyilaktól haltak meg, kettő valami ismeretlen rovar csípésétől, a többit elvitte a láz. Összesen kilencet. De a nagy rész menetelt, aránylag egészségesen, a nedvesen forró, örökké félhomályos penészszagú vadonban vágtuk az indát, törtük a cserjét, verekedtünk a dzsungel összefonódó csápjaival, tüskéivel, véresen a millió szúnyogtól és a laza mocsaras talaj piócáitól. Ez bizony nagy erőpróbája annak, hogy ki az igazi férfi. Olykor sűrű zápor zuhogott naphosszat, és utána fuldoklott az ember a rothadt talaj súlyos gőzeitől, elviselhetetlenül sajgott minden csontunk. De végre a Kongó sziklás partján kelet felé menetelve megpillantottuk a világ, legelhagyatottabb táján kialakult büntető kolóniát, Igorit, ahol a medrében vergődő vad folyam a legszeszélyesebb görbéit rajzolta, ott látszott egy viadukt, átszelve az egyik szakadékot, sok apró pont nyüzsgött felé, és kocsikat toltak egy iparvágányon. Maga Igori is látszott, fehér fal, lőrésekkel és melvédekkel. Magas őrhelyjel, hogy a poszt messzire láthasson a rengetegből kivezető ösvényekre. Amikor az őrszem megpillantotta a közelgő csapatot, nyomban felharsant a kürt, Egyverbe! Az lesz aztán a helyőrség dörmögtek közben, Hopkins. Lehet, hogy lefogysz egy pár kilót, és nem te leszel a legköpcösebb gazember ezen túl, mondta senki Alfonz. Hopkins néhány igen súlyos sértést mormogott magában. Tökéletesen értettem rossz kedvét. Jól tudtuk, hogy milyen kép fogad az erődben. Iszonyúan lefogyott, csontvászszerű, élőolt rabok, elkeseredett, sárga pofájú, lélektelen őrök, mocsok, ragály, férges fekhelyek, állatoknak sem való környezet. Egy tábor, ahol az a fontos, hogy elborzadjon, aki ezt a szót hallja. Igori! Ide jöttünk el. Egy nő miatt, akit nem ismertünk. De megérkeztünk. Az erőd kapuja kitárul, és bemegy az eszkort, elénk tárul Igori. Azután meglepetések sorozata következik. Mi ez? Büntető tábor? Igori főterére nyílik a kapu, tiszta, szép, fehér, pálmáktól szegett út. Rendes kis sárga épületek, barátságosan mosolygó katonák, és, és sétáló rabok de vidámak, kis túl túltápláltak. És ahogy tovább megyünk, a törzsépület felé, mindig újabb és újabb rab, katona, csupa, hízásnak indult egyén. A ruhájuk is rendes, barátságosan mosolyogva intenek felé. Te, sugja Hopkins, azt hiszem, eltévesztettük a menetirányt, és a francia riviérán vagyunk, valamelyik drága szanatóriumban. Csak várd meg a végét, dörmögtem, majd meg tudod, hogy mi a rossz az egészben. De hiába vártuk. A kaszárnya udvaron egy százados jött le megszemlélni az eszkortot. Barátságos, nyájas, kisé korán őszülő katona, kedvesen mosolyog. Vastag, rövid bajuszt és monoklit hord. – Az eszkort, monkolonel jelentette Potrén. – Létszám harminckét fogoly, 23 kísérő és egy altiszt. Nagyon helyes, felelte mosolyogva a százados. Hát kérem, itt nem lesz rossz dolguk. Az én elvem, hogy a büntetőtábor emberséges légköre visszaadja a rossz útra tért katona önbizalmát és becsületérzését. A szolgálat nem lesz sok és nehéz, mondta Potrien felé, mint egy utasításképpen. Aztán mindenki ezt csinál, amit akar. Szökni, Képtelenség. A legközelebbi ember lakta hely 2000 mérföld. Barátságosan intett, és ment. Volt, hogy ilyen meredtem bámult utána. Ilyesmi lehetséges. 12 évi szolgálat után valami újat látott. A helyőrség egyik napos altisztje megmutatta barakunkat. Tiszta, szép, világos, faház a férgek sem garázdálkodhatnak túlságosan, mert kőlapra épült az egész. Jó fekhely, és mi a csoda? Dupla takaró. büntető egyetlen vékony pokrót sem jár. Az őrmester farkas szemet néz a helybeli napossal, aki egykedvűen pipázik. A az ablak párkány virágcserepeire ügyelni kell, mondta végül az egyik őr, azt a százados úr szigorúan megparancsolta. Végre egy szigorú parancsot is hallok a büntető táborban, feleli gúnyosan Potrien. Miért? Talán azt szeretné, Szerzsa, ha itt rakásra pusztulnának az emberek? Ördög tudja, hogy de ez a hely mindenre inkább emlékeztet, mint büntető táborra. Itt még így sem valami kitűnő az élet, mindenkire umás. A nedves évszakban sok a láz, a kongó büdös, és a vizes forró levegő eszi a szervezetet. Hát legalább emberi körülmények között élünk. Itt ezt már most mondom, szerintem ne nagyon parancsolgasson, mert a százados azt szereti, ha ki ki azt csinál, amit akar. Tán nincs is napi parancs, vagy a surolást az őrmester végzi? De szép lenne, mondta lelkesen Hopkins, aki már pőrére vetközve feküdt az ágyán. Potrien egy megsemmisítő pillantást vetett feléje. Hát, mondta a kaplár, azért szolgálat van, tisztaság kell, nagy tisztaság, meg kapuőrség. És a vasút, az vagy két mérföldnyire van ide, és benszülött négerek dolgoznak oda, csak izgágákat vezényelnek ki időnként. És mit szól -e ez a repülőbizottság? Csak jártak már itt inspiciálni. Mióta én az eszemet bírom, kétszer, de csak egyszer érkezett meg. Szegény Düron tábornok vezette az elsőt, akit útközben megtámadtak a bantunégerek valahol. Igen. Igen. Lemészárolták őt is, meg a kísérletét is. Aztán tavaly itt egy bizottság, megnézték a tábort, és nagyon meg voltak elégedve. Akkor léptették elő a parancsnokot századossá. Dicséretet kapott. És látták itt sétálni a rabokat? Hát azt ugye, tudtuk a jövetelt, és a rabok dolgoztak, meg néhány felesleges kényelmi, jól mit eltüntettek, de a tisztaság, a rend, aztán amit a rabok mondtak, az, az tetszett. Mert igen, kevés pénz van ehhez. Potrien komor léptekkel bandukolt ki a legénységi szobából. Nem tetszett neki valami. Az egyik rab elkiáltotta magát. Hé, Hát, nincsen! Van, van, csak ne ordítson. Majd magától kérek engedélyt! azt nem lehet mondani, hogy a fegyelem túl szigorú volt. Na de hol vagyunk még az igazi meglepetéstől? Rövidesen egy közlegény jött a következő legújabb felkiáltással. Ki mit akar? És a rabok uzsonnát rendeltek. Igen, kérem, mint valami kávéházban. Kis ilyen leestem az ágyról. Nekem sötét kávét kétszer sült el, mondta az egyik tíz év travóra ítélt. Nekem teát, de alaposan rúmozd meg az ember, vagy a századoshoz megyek. Nekem egy liter vörösbort hozzá és valami húst melléje. Ti mit akartok? Fordult felénk. Vicces kedvem támadt teát, át, rummal és sonkát vajas kenyérrel, valami képes lapot is hozzá. Nem lepődött meg senki. A legény bólintott. Milyen lapot akarsz, mert az újakat csak holnap hozzák Leopoldville-ből. Mi ez? Büntető tábor vagy a Párizsi Dóm kávéház? És most egy ember közeledett, pőrén, ahogy az ágyról lelépett, tágra nyílt szemmel, mint valami holtkóros levén. Ember, mondta suttogva, előfordulhat itt, hogy én ám, marinírozott halszeletet kapjak turbi gómódra, kétfelé vágott tojással, egész kevés vörös vörösborra párolva, és egész testében reszketett. Megpróbálhatom felett a katona, vállat vonva, bár itt hülyék számára nincs diéta. Jaj, de kár, sopánkodott Hopkins az ágyban. Mi, te? kérdeztem. Hogy azonnal felharsan az ébresztő, és kutyagolhatunk tovább, ki fogtok rögni, elmesélem ezt a hülye Bevallom, én is arra gondoltam egy perccel előbb, hogy ostoba állom ez az egész. De nem lett vége. Rövidesen hozták az uzsonnát. Mindenkinek azt, amit kért. Én illusztrált lapokat is kaptam. Jó, mi? Aki teát kért, az megszagolta, hogy van-e elegendő rum benne. Nekem olyan sonkás kenyeret hoztak, amilyet manzomban a parancsnok sem evett. De a legnagyobb pillanat volt, amikor Levinnek feltállalták a marinírozott halat kétfelé vágott tojással, turbigó módra. Először percekig sírt, aztán lehúnyt szemmel. Áhítattal belekóstolt. A szertartásszerű jelenet hatás alatt csendben voltunk. Az első falat után úgy nézett fel szigorúan és döbbenten, mint akit megmérgeztek. Eberek! suttogta elcsukló hangon. Aki ezt az ételt elkészítette, az Levinnél tanult. Újabb kanállal kóstolt francia, mert nem használ elég borsot nőtlen, mert nem édesíti meg a tartát, és nem fiatal ember, mondta Hopkins, legalább negyven éves. Honnan tudja, erősen őszül, és felemel egy hajszálat Levin tányérja széléről. Hol van? Aki főzte, kiáltott Levin. A katona egy percig zavartan nézett, a kantinban egy szakács, látnom kell. Beszélni akarok vele a tanítványom. Hogy hívja? Gorsi? Olyan tanítványom nem volt. Hol tanított maga? kérdezte az egyik rab. Én Levin vagyok, mondta az őszgurma megvetően, és felénk fordult. Magyarázzák meg ennek, hogy mit jelent ez a név még ma is. Mind a hárman lesütött szemmel hallgattunk arról, hogy Levin neve mit jelent még ma is. Öt óra után kisétáltunk, és szemünk szánk elállt minden lépésnél. Egy térségben a rabok és az őrök azzal a bizonyos kriket nevű játékkal szórakoztak, ami nagyvárosban a jobbmódú polgárok körében divatos. Közben egy legény italt hordott ki a kantinból, és a játékosok nevetnek, lármáznak, valahol a rádió szól, és vidám ének hangok hallatszanak, a rép kuglipája. Mindenhol pipa mindenfelé hordják az italt, és a fullasztó hőségben zsírfényű, vidám arcok vigyorognak a telt poharakra. – Mi? – kérdezte senki. – Hm, jegyzi meg Hopkins. – Hát igen fejeztem be csendesen. Megértettük egymást. Itt valami egészen furcsa ügy van a háttérben. A francia gyarmati hadsereg nem híres arról, hogy üdülő telepeket létesít bűnös közlegényei számára. Bemegyünk a kantinba, majd kiesek az ajtón. Soha ilyen kantin. Fényezett bútorok, kényelmes karosszékek, sejemfüggöny, bárpolc, képek a falon, és egy néger mixer. Istenemre fémből készült koktélkeverőt ráz, és jégszilánkokat készít négy pohárba, citromhéjat is vágsorba, és végül betölti az italt. Ez a büntető tábor! A sarokban zongora, és elnyűtt szalonruhában egy ember érzelmes dalokat játszik. Ez volna Igori? Afrika legrettegettebb kompanyi diszciplinje? A szörnyű hírű büntető tábor? Most megfordult az ongorista. Nagy, pegyhüttarcú, álmos szemű, sápad kövér ember, mintha fejbe csaptak volna. Kvasztics! Hopkins felkiált. De a zenész keresztül néz rajtunk, mint aki sose látott bennünket, aztán tovább játszik a tanár úr volt. Kvasztics Fedor, a rovott múltú hajóorvos, aki legutóbb Afrika felét bejárta velünk egy bűnügyből kifolyólag. Kvasztics! De hisz ez még tiszteletbeli katona sem volt. Bizonyára oka lehet rá, hogy nem ismer fel bennünket, ilyesmi lehetséges. Magunk fajta emberek gyorsan megértik egymást. Valamiért jobb, ha tisztulunk mellőle, értjük. Nem kíváncsiskodunk. Elfordulunk az ongora irányából, és leülünk. Kvasztics Fedor orán kikötőjében, mint bárzongorista és házi orvos, ismert tagja volt az alvilágnak. A cári időkben az orosz flottánál volt orvos, aztán mindenféle kábítószerek egyre lejjebb vitték az ülés útján, amíg egészen posványba nem merült. Azóta jó barátságban van velünk. Íme egy szomorú emberi sors. Mit szólsz? kérdeztem senki Alfonztól. A tanár úr. Valami szélhámosság történik itt, igaza lesz Francis Barré-nak. Ha a tanár úr nem akarja, hogy megismerjük, akkor bizonyára oka van erre, és amíg meg nem magyarázza, addig nem foglalkozunk vele. Tehát nem ismerjük, dünnyögte Hopkins, és a kantinos felé fordult, aki odajött az asztalunkhoz. Mit lehet enni? Amit akartok. Hihetetlen volt, amit láttunk. Mintha valami kedves Máti nyári vendéglőben volnánk pünkösd vasárnapján. Ki az, aki zongorázik? kérdezte senki Alfonz és Kvaszticsra mutatott. Egy zongorista, de orvos is mellett, a kórházban Winter tanár mellett gyógyít hogy került ide kvasztics. és mi ez itt, kérem? A rabok együtt isznak, kártyáznak az őrökkel. Láttam egy súlyos kényszermunkára ítélt rabot, legkevesebb, ha száz kiló volt, de állítólag az esős évszak közben fogyott valamit. Nekünk nincs pénzünk, mondja Tuskó a vendéglősnek. Dehogy nincs. A százados úr szerint ezen az istenverte helyen legalább pénze legyen az embernek. A gazdasági hivatalban ül egy káplár, az ad mindig, ha kell, amennyit akartok. De nincs rá szükség. Itt mi van? Összenéztünk, mint a hülyék. Mi csodálkoztak? kérdezi egy vékony kis káplár mellettünk, és halkandú dolgat. Mondja káplár, ez mióta van így? Legalább öt éve. Nem szabad, hogy híre menjen, mert mindenki ide kívánkozna. Ezért majd olyan leveleket kell írni, hogy rosszul bánnak veletek, meghaltok rövidesen, meg ilyesmi. És dúdol egy keveset, amint becsukja a száját. Csuda dolog ez. Igen, ez csuda, bólintott vékony káplár. Csak nem kell kérdezősködni, nem kell a száját másra használni, mint evésre, akkor csoda. Az utolsó szó után már is énekel. Ez egy idióta. És ha valaki tudni akarja, hogy miért van ez a mennyország, a káplár elkomorodott. Aki tudni akar valamit a mennyországról, az oda kerülhet. Senki Alfonsz nevetve vállat vont. Nem vagyok kíváncsi természetű, és a barátaim se. Hozzál bort vendéglős, a káplár kocintott velünk. Rendben van, értjük egymást. Azt mondják, hogy aki kíváncsi, az hamar megöregszik. Na hát itt ez fordítva van. Aki kíváncsi, az fiatalon meghal Igoriban. Olyan vékony volt az az ember, olyan alacsony és bárgyúképű, mintha fejletlen kamasz járna katonaruhában peckesen továbbment és dúdolt. Ez a káplár pofozni való pofa, jegyzem meg. Ki mondta, hogy ez káplár? kérdezi senki Alfonz. Láthatta a darangjelzésén. Altiszti tanfolyamra csak azt veszik fel, aki legalább egy méter van magas. Ördöge volt. Erre én is rájöhettem volna. Most egy suhanc lépett be a kantinba, ezt az arcot már láttam valahol. Kis és sápat, szomorú fiatalember volt katona ruhában. Csinos kölyök volt, és egészen fiatal. Hogy kerül az ilyen a légióba, és hogy jön a kompányi disziplinhez? Nem látszott a szemén, hogy felismer bennünket, pedig nekem úgy rém hogy találkoztam már vele. Te, ezt a kölyköt már láttam valahol, én is, mondta Hopkins. Én nem ismerem, mondta senki Alfonz és vállatont, de fiatal katona, az biztos. Hé, fiú, kiáltottam, gyere csak ide! Ilyetten nézett ránk. Mit akarnak? Hol találkoztunk mi már? Igazán nem emlékszem, felelte és gyorsan kiment. Amikor hátrafordult és meglátott bennünket, sietni kezdett. Álljon meg, kérem, szólt utána Alfonz riadtan engedelmeskedett. Mi hárman Manson erődből jöttünk, mondta. Ez itt Thurs, ez John Fowler, és én vagyok senki, Alfonz. Egy másodpercig ide-oda járatta a tekintetét rajtunk. Nem tudom, ebekte. Sietnem kell, várjatok, mondta senki, Alfonz, és a suhanc után ered. Mit akar ettől a kölyöktől? Már este van, rég elmúlt a takarodó ideje, de itt senki nem törődik ezzel. Részeg, nevető, daloló emberek ténferegnek mindenütt, rikácsolás, verekedés, hörgés, zsivaj tölti be a folytogató forró éjszakát. Bemegyünk hopkins a barakba, és lefekszünk. Hol van potrien, kérdezem, talán hiányzik neked. Nem, de úgy eltűnt egyszerre. Jó fél óra múlva jön senki, Alfonz. Nem szól egyikünkhöz sem, lefekszik. Éte? – te, mondja Hopkins, talán kegyeskedni, lugatni valamit? Mit? Nem történt semmi. És mi, mi a terved? Az, hogy alszom, ha hagytok, felelte dühösen. És a leány? Kiáltotta. Aki bízik bennünk? A leány majd segítséget kér, ha szüksége lesz rá. Miféle hülyeségeket beszélsz? Oramból kér segítséget? Miért Oramból? Mert ott van, kiáltottuk egyszerre. Tök filkó. Egy perccel ezelőtt beszéltél vele. Az a fiatal fiú a katonaruhában, Ivon Barré. Ivon Barré. Hát persze. A fényképről volt ismerős, amit Francis Barry táskájában találtunk. Gondolhattam volna. Amikor senki Alfonso azt mondta, hogy John Fowler, akkor olyan különösen nézett rám, furcsa csodálkozással és meghatottan. Beszélnem kell vele. Másnap délelőtt jól nyitva tartottam a szememet, és mindenfelé kerestem, de sehol nem láttam. A főtéren a törzsépület előtt néhány tiszt sétált, és egy-két parafa kalapos civil, ezek bizonyára mérnökök. De a suhanc Ivon Barry nincs sehol. Az egyik fordulónál siettemben beleütköztem egy hosszú mérnökbe. Valami mentegetőzést akartam mondani, de torkomon akadt a szó. A török szultán. Ott állt előttem de milyen káprázatos, előkelő külsővel, hosszú szárú csizma, parafa kalap, vászonkabát, és ami szinte kétségesítette a személyazonosságát, tiszta ing, a török szultánon. Az oldalán természetesen bőrtok függ, mert akár csak Tusko Hopkins, ő is szerette az ilyen előkelő holmikat. Nem is látszik rajta meglepetése, hogy rám néz. Szervusz csülök, hát te mit csinálsz itt? Eljöttünk senki Alfonzal, meg Tusko Hopkinszal, mondom, mert utána járunk néhány dolognak. Gyorsan odasugja. Ezek azt hiszik, hogy én gazember vagyok. És nem? Jól figyelj. Ha egészen a bizalmúba férkőzöm, akkor nyert ügyünk van. A fő, hogy a látszatot fenntartsam. Miféle látszatot? Azt, hogy egy követ fújok velük. Elértem, hogy befogadtak ide tettestársnak, társnak, ami első rangú állás. Egyelőre bíznak bennem. Ez a fő. Ne néz hátra. Vigyázz, most a látszatért goromba leszek veled, aki mögötted jön most, ez a fő rabló, és látszólag melbe vágott hirtelen. Azt mondom, kiabálta hangosan, hogy itt ne törődj semmivel, ami nem a te dolgod. Kicsi, Köhögtem, én nem is törődöm. Hagas, jól ismerlek, és úgy belém rúgott látszólag, hogy lila színű lett előttem minden. Aki mögöttem jött, most egy vonalba ért velem, hatalmas, félszemű alak volt, épp olyan ruhában, mint a török, de korbácsot fogott a kezében, és szivarozott. Ismerlek titeket jól, de majd elbánok én veletek. Itt nincs semmi szaglászás, üvöltötte gyanús barátom, és ütött. A félszemű futólag odanézett, és tovább ment. Elveszett emberek vagytok, nélkülem csülök. Hidd el, mentegetőzött. Minden a látszat. Itt a főtér közepén olyan pompás angol kert volt, egy hatalmas, szabályos, gömbölyű aszfaltcsík közepén, hogy Párizs valamelyik úri negyedébe is beillett volna. A kör sok apró, szépen épített kőház, kocsma, trafik, cukrázda, patika, az ember csak ámul. Ez volna a Kongó vidék? Igori! Te mond, itt mindenki vásárolhat? De mennyire? és pénz sem kell hozzá, gyere. Bevitt a trafikba. Egy elefántszerűen elhízott légionárius ült a polc mögött, szuszogva felemelkedett, és dühös arccal ránk fölment. Na, mi Új ember jött, mondta a török Adj neki, kedves Graham, öt doboz egyiptomi, tíz havannát, egy tucat képes levelezőlapot és néhány biztosító Egy perc, és ott fekszik előttem, öt doboz. Dürmák, Lorenz, Simon Arzt, Zsübek, és tíz igazi sötét havanna, faládikóban, minden szivaron egy-egy celofántok. Egek! Ez itt az a vadvidék, ahová csak elszánt emberek jönnek nagy ritkán jól felszerelt expedícióval. Álmodom! Na, mit bámulsz? mondja a török, és látszólag a gyomromra üt. Ha megbecsülöd magad, te piszok, akkor jól élhetsz. Te miért kerültél ide, kérdem az elhízott trafikost, amikor lélegzethez jutok, mert egy ideig görcs szorította a gyomromat. Erődj már a fenébe, fáraszt a beszéd, feleli lihegve olyan kövér. Na, az nem valami finom boltos, mondom, amikor kiérünk. Hát csak, még Európában is beválna, ha ingyen árulná ha vannád. Kevés vevő maradna ki a modora miatt. Nem szeretnek elárusítani, pedig muszáj, ha kijelölik rá. Akarsz cukrász süteményt? Itt a cukrászda. Hihetetlen. Bemegyünk egy tükörfalú, fényes padlójú helyiségbe, plusz fotelek, néhány bordó szőnyeg és képek a falon, a levegő hűs, mert 8-10 ventilátor jár, épp oly kövér alak jön elő, mint a trafikos. Itt mindenki elhízik, nem csoda. Mit akartok kérni barátságtalanul? Ezt a sötét frátert szeretném jól tartani, hogy lássa, milyen itt annak, aki megbecsüli magát. Te, szédelgő! És látszólag leköpött. Mit akarsz? Mondja dühösen a rabcukrász. cukrász. mondom, miután megtöröltem az arcomat kinyögheted hamarabb is, dörmögi, és szitkozódva elmegy tőlünk. Úgy látszik, nem szívesen dolgozik, jegyzem meg. Ne feleli a török. Végre is a kényszer munka senkinek se öröm. De már jön vissza a cukrász, leteszi elénk a fagylaltot, és ezt mondja. Ne! Szép tónus egy cukrászdában, egy íróval szemben. Amikor újra kérünk, már alkonyodik egyszerre kigyúl sok villanygömb, a kis dísztér ragyogni kezd, és zene szól. Hangerősítővel egy európai állomás jazz adják rádión. Mond, ki csinálja ezt, és miért? Talán őrült az illető? Azt hiszem, minden idők legokosabb gazembere, a legnagyobb üzletet csinálja itten Igoriban. Még nem látom tisztán, vigyázz, valaki jön mögötted, és látszólag fejbe csap, hogy a nyelvembe harapok zúg a fülem. A vékony, hülye mosolyú káplár, aki időnként dúdol, most előre jön mellettem. Ha itt spionkodsz, hát a szemedet szedem ki, Ordította a török szultán, és látszólag pofon ütött. A káplár tovább megy, én felemelem a sapkámat, és leverem róla a port. Ez a kis káplár, mondja a török szultán, a legaljasabb hírnök. Fonál a csúf neve, mindig hallgatózik. És mi az emberek céljait? A foglyok boldogok, nincs szaharai szolgálata, mennyországban élnek, igori pokla helyett, ez a céljuk. De hát csak egy hülye tud így élni, vakon, süketen elinni, hogy ez a mennyország. Úgy, ahogy mondod, hülye légy, akkor a mennyekben élhetsz. Nézd meg azt a jelmondatot a falra festve. A kapu felett belülről a homlokzaton ez állt nagybetűkkel. Figyelem, megszívlelendő, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa inkább azt festették volna a homlokzatra, mondom, hogy aki gondolkozni mer, azt elviszi az ördög. Így mégis szebb. Az ördögöt nem jó falra festeni. Megbeszéltetek valami tervet? kérdezi. Senki Alfonz azt mondja, ki kell jutni az erődből, hogy beszéljünk Francis Baréval. Az nagy beteg. Amit lehet a látszat megőrzésével, ezt megpróbálom értetek. Azért tudod, te mindig ilyen gyanúsan manipulálsz, de elérek valamit, ez a fő, felelte, és látszólag térden rúgott, hogy elsötétült előttem minden. Nem néztem hátra. Jól tudtam, hogy újra jön valaki mögöttem, akiért szükséges a látszat kérdés. Mégis jó lenne, jegyeztem meg, ha nem kevernéd itt a dolgot, mielőtt velünk megbeszéled. Csak bízd rám, nem kérek tőled tanácsot. Felelte, és újabb két pofont adott. Most pedig el egy már, te nyavajás. Az utolsó pofontól újra lerepült a kalapom, és elszédültem. Hátra fordultam, de akármere néztem, nem jött senki. Kit látsz közeledni? kérdeztem. Én? Senkit. Hát akkor miért pofosztál? Mert bosszantasz a hülyeségeiddel, mondta, és otthagyott. Ötödik fejezet Elmondtam az esetet a barátaimnak, senki Alfonz végigdől az ágyán, és szokása szerint nem szól semmit. Tuskó annál inkább. Ezt a török szultánt mégiscsak lilára verem egyszer. Most ártatlan védtem gyanús barátunkat. Neki fontos itt a látszat, és nem lehet vaj a fején, ha ide kísérte Ivont. Nem kísérte. Ivon egyedül jött, mondta senki Alfonsz csendesen. Ivon Báré egyedül jött, azt mondta nekem éjjel, hogy ne bízzunk a török szultánban. Miatta őrzik Ivont. Nyomban leleplezte a leányt, mint meglátta. Disznó! Mi van itt, kérem? Hát miért rúdosott ez engem egy óráig a látszatért? Francis Barry fogságban van, folytatta senki. Ha a lány bármiféle gyanús dolgot tesz, megölik a fivérét, és bizonyára őt is. Ezt az éjjel mondta nekem Ivon Barré, ezért került el minket. És hogy jött ide a leány? Szerzett egy futár parancsot, úgy látszik, egész jó katonai összeköttetései vannak. A futárt Igoriba küldték, hogy szerezzen értesülést Francis Barréról. Ezzel a félig hamis írással jött el, de váratlanul szemben állt a török szultánnal. Ez nyomban leleplezte, most tehetetlen, mert a fivére életébe kerül, ha rajta érik valamiféle próbálkozáson. Megígértem neki, hogy kijutok valami módon az erődből, és beszélek, ha lehet, bárréval, a leány nem mozdulhat, amióta a török szultán leleplezte. Ezt a törököt megfújtom, mormolta Tusko Hopkins, és elővett egy szivart. A kantinban ugyanis megtöltötte a látsőtokot szivarral. Egyszerűen megszökött a leánytól azzal a másolattal, amit Francis Barré leveléről küldtünk, és itt a zavarosban halászik. Beszélni fogok a törökkel, mondta senki. Mégsem hiszem, hogy ilyen aljas. Gyanús, de nem aljas. Váratlanul őrjárat érkezett, és a százados követte szokott kíséretével, a félszeművel és néhány mérnökkel. Ez az a három, rikácsolta valaki ránk mutatva, a török szultán volt. Maguk kicsodák? kérdezte a százados. Azért jöttek ide, ordította a szultán, hogy szaglásszanak. Itt a levél, amit ez az alak írt annak a leánynak, és felmutatta senki Alfonz levelét. Többé nem fogjátok összekeverni a lapjaimat, a pokolba mennek. Ezt a csirkefogót, mutatott rám, Kivallattam tegnap. Ezek azért jöttek, hogy Francis Barry után szaglásszanak. Senki Alfonsz mereven nézte a törököt. Ki ezek? kérdezte a százados, miután elolvasta a levelet, és nagyon elkomolyodott. Ez itt, mutatott rám a török, egy ostoba, de ravasz skót, hülyeségeket firkál, és hiú bolond. Micsoda hazugság, én is hiú? Ez meg itt Tuskó, a világ legnagyobb tolvaja. De hogy tudok pofozni, mondta hévvel Hopkins, mint aki ezt mentségére hozza fel, és balkézzel adott egyet a török szultánnak. De egy olyant, még évek múlva is elfog a lelkesedés, ha erre a pofonra gondolok. A török szultán ledöntött két mérnököt, felborította az asztalt, és a feje tetejével kiszakította az ajtót, úgy esett a földre. Nyolcan ragadták meg hopkins és ő kapott vagy húsz pofont. Na de mi volt ez ahhoz az egyhez képest? Megállj, kiáltotta a százados. Majd erről leszoktatlak. Ezek veszélyesebbek ötven rendőrnél, kiáltotta a török szultán. Akkor a vasúthoz velük dolgozni fognak. Nem lenne jobb elintézni őket? kérdezte a félszemű. Nem! Mondta keményen a százados. Igoriban nincs halálosítélet, ítélet, már sokszor mondtam. Felénk fordult. Önök is vegyék tudomásul. Igoriban nem ölnek meg senkit. Ez bizonyos esetekben nagyobb kegyetlenség, mint a gyilkolás. Rövidesen megtapasztalják én minden légionárius számára mennyországot létesítettem itt, aki ezt megzavarja, az éjjel úgy, mint ahogyan abban az igoriban élt volna, ahová eredetileg küldték. De kivégzés nincs. Legfeljebb ilyen esetekben, mint az önöké, sietetjük a természetes elmúlást. Valóságos programbeszédet tartott. Megszökni nem lehet innen, mondta rossz a félszemű, aki úgy látszik a leggonoszabb ember volt itt. Észak felé, nyugatra és keletre a dzsungel, dél felé ott a Kongó, ahol vigyáznak magukra a krokodilusok. És vigyázok én, mondta a török szultán. Te még csúnyább vagy, mint a krokodilok, jegyezte meg Hopkins, és leköpte gyanús barátunkat. Erre ő kapott a török szultántól egy pofon, szintén az egy A minőségből, olyant, erre évek múltán is csettint a nyelvével a magamfajta író, ha eszébe jut. Jó messze az erőttől a kongómenti sziklaoldalban oldalban folyt a vasútépítés. Az úri életű rabok természetesen itt csak az őrszolgálatban segítettek, korbáccsal és bottal. Fehér ember alig dolgozott, csak akik notórius kötekedők voltak, loptak, szökni próbáltak, vagy, ez volt a hét főbűn, akik másra is kíváncsiak voltak, mint arra, hogy mi van vacsorára. Ahogy rólunk feltételezték a török szultán piszkos árulása folytán. Ki dolgozott hát? Az egyik fegyveres kísérőnk, jó indulatú őrnek látszott, felelt erre a kérdésre. Benszülöttek végzik a munkát. Valamelyik erdei törzs királya adta a népének színejavát, pálinkáért, meg egyéb kellemes holmiért. Népének színe java után ítélve ez a király a világ legsilányabb alatvalói felett uralkodik. Egy kövér szenegáli őrmester vett át bennünket, az arca baromi kegyetlenséget fejezett ki. Csak gyertek, mondta vigyorogva, épp szükség van itt európaiakra a kórházban. Az a nagyon már itt járt, és elmondta, hogy kémek vagytok, hogy oda tegyelek benneteket a hullabarakhoz. Mentünk a kórház felé. Milyen anyas áruló ez a török, mert kétségtelen, hogy ő volt a nagyorú, aki befeketített az őrmesternél. Az említett barak valamivel távolabb állt. Épp hogy csúf, piszkos, deszkatákolmány, mint a többi, a közelében tűrhetetlen szagrontotta meg a levegőt. Egy halk, nyöszörgő, jajgató kóruszaja szüremlett ki a moszkítóháló nélküli ablakon. Ezeket az őrmester küldi, jelentette egy altisznek a kísérünk, kórházszolgálatra osztották be őket a mindenségét. Minek ide ápolónak a fehér ember, mondta ez kedvetlen arccal. Lejáratja a tekintélyünket. Van más büntetés is. A nagyon ruakarta. akarta. Kémek. És a hóhéro. Hát jó, én nem bánom. Átvett bennünket, és követtük a kórházba. Pokol. Sérült, fekélyekkel borított, tifuszos, maláriás benszülöttek fekszenek gyékényen összezsúfolva. Millió légy szállong mindenfelé, hulladék, féreg, elviselhetetlen szag, nyögés, jajgatás, és fehér köpenyben a tanár úr, Kvasztics. Itt is zongorista és orvos volt egy szemében. A fejét vakargatja, és tehetetlenül néz körül, Mellette egy alacsony, hófehér szakállas, nagy homlokú ember, drót szemüveggel, zavaros tekintete nyugtalanul jár ide-oda. Higgyel, Elkoliga, ez itt az Ulcus pepticum, egy tipikus esete. Lehet, hogy megoperálom az illetőt, mondja éppen Kvaszticsnak. Kérem, ne tegye! könyörgött az óriási sápad Kvasztics, és puffat, szeplős kezét összetette. Én vagyok a főrvos, kiáltja gőgösen, és ránk néz. Önök betegek? Nem, feleli senki. Mindegy, mondja jóságos, megnyugtató hangon. Majd azok lesznek, és én megoperálom önöket. Winter tanár vagyok. Ez bolond. Kaszticra néztünk, sóhajtva bólintott, aztán oda súgja nekünk. Ma vagyok itt először, borzalmas. Winter tanár tovább ment a vizitje során. Önnek mi baja? kérdezte az egyik jajgató néger beteget. Önnek szólítja a benszülöttet. Ki hallott ilyen? semmi! kiabálja rémülten a beteg. Semmi! Baj! Simbó egészséges! Nem bántani! A Simbó nevű szemén látszott, hogy magas láza van. Ki fogom húzni a fogait, mondja mosolyogva az ősztanár. Magának gennyes gulta van valahol, és ez a fogától jön. Kérem, kolléga, mondjak azt ez tiszta malárja, tapintsa meg a máját. tanár jóságos mosolyjal csóválja a fejét. Ez egy peryaszlikliklikis játétele. Azonnali extraháció, és még megakadályozhatja a szerbszist, és már tovább megy. Kasztics álmos, vöröses, nagy szeme, nyugtalan lesz, aztán ránk néz. Igen, ez ilyen kórház, mit csinálja? Mondja, mintha felelne valakinek, pedig nem szóltunk. Jöjjenek velem. Előre ment, és mi követtük. A barak elhagyott udvarára vezetett bennünket. Nem bírom soká, ez a Winter őrült és operál egy konyhaasztalon. Rossz műszerekkel öli ezeket a szerencsétleneket. Istenem! Az ajtó félfának dőlt és megtörölte a homlokát. De hát nem tudják, hogy őrült, kérdezte senki. Tudják, de itt valami mesevilágot rendeznek. Mindenki élhet a mániájának, és ez a Winter mániákusan operál. Hagyjuk a török üzent maguknak. Az a gazember kiáltottam, aki miatt itt vagyunk. Na, és csodálkozva nézett rám. Maga nem mondta a töröknek, hogy szeretnének kijutni az erődből? De, mondtam, és azt is mondta, hogy beszélni akarnak Francis Baréval. Ezt mondtad a töröknek? kérdezte senki Alfonz. Igen, de hát, kin vannak az erődből, mondta Kvasztics a szemközti deszkabódéra mutatva, és ott fekszik betegen Francis Barré. Most mi van? Az ördög vigye ezt a török szultánt, hogy soha se tudja az ember hányadán áll vele. Vigyázzanak, én is résen leszek. Ha jön valaki, kihívom magukat, mondta Kvasztics, és elsietett. Benéztünk a kunyó ablakán. Francis Barry ott feküdt az ágyon. Megtaláltuk. Amit vállaltunk, az sikerült. Lehet, hogy az életünkkel fizetünk érte, de sikerült. Lassan benyitjuk az ajtót, ott állunk a beteg szobában, aránylag tiszta volt. Az, hogy ágy állt benne, és a beteg egyedül feküdt, Francis Barré kiváltságos helyzetét mutatta. Szegény ember nagyon-nagyon sokat szenvedhetett. Az arca már apró volt, mintha a sírban fonnyadt volna jenni. Két pálca vékony karjából kiszögeltek a könyökök, és fekete üregek mélyén kis nedvesség csillogott, két szem. Senki Alfonz az ágyhoz lépett. Bari! Az apró, sárgás, nedves arc fáradta mozdult, a beteg félhangosan felelt. Kik önök? Légionáriusok, a huga megkért bennünket, hogy keressük fel magát. Ha vár egy kicsit, elviheti a halálhíremet. Feleli fanyar, de szelít gúnymosolyával a bölcs megbékélt nagy szenvedőknek. Nem biztos, hogy kijutunk innen, mondja senki Alfonz. Ha mégis sikerülne, szeretném leleplezni ezt a gazságot, ami itt folyik. Ó, ha megszabadul, az a... apám Ivan elvezeti az apámhoz annak, mondja elő, hatalmas. Úgy látszik, sejtelmesen volt arról, hogy a húga is itt van. Ki az apja? Én nem vagyok Baré, hanem... De ezt majd Ivon... Ne beszéljen egyszerre sokat. Fárasztja. Nem fáraszt már úgyis. Vége kérdezzen, uram. Ki ez a százados? Tud valamit róla? Nem, százados, velem lépett a légióba. Rakmárban szolgáltunk öt évvel ezelőtt. Pitmennek hívják, Skót. Együtt szöktünk ő, Thorz, meg én, Rakmár oázisból, öt évvel ezelőtt. És ez a Thorz hol van most, kérdezte Mohon Hopkins. Nem tudom. Három irányba szöktünk hogy egyikre ne jusson üldöző torc. Elfogták engem is, a többit pittmentől tudom, mert elmondott itt nekem őszintén sok mindent, amikor azt akarta, hogy a cinkosa legyek. Hogy került ide századosnak ez a Pitmen? Egy sejkel szövetségre lépett, úgy, hogy törbe légionáriusokat, ez a sejk segítette a szökésben, Fitmen elért egy oázisba, a sejk révén az arab lakosok mellette voltak, az oázison éppen átutazott a Kongó vasúthoz kiküldött katonai szakértő Flőrián főadnagy a körözés alapján kifulladt, de újra kezdte. El akarta fogni Pittman szökni próbált, a főhadnagy rálőtt, megsevezte, de a sejk arab hívei kiszabadították Pittment, és megölték a főhadnagyot, aki útban volt Igoriba. Akkor készítették a terveket a vasúthoz, a főhadnagy jelentésétől sok függött. Pittman eljött ide a főhadnagy írásával Igoriba, akkor itt csak mértek Azóta itt él a főadnagy nevében, már százados, és itt mindenki bűntárs lett, és a legionáriusoknak. Meseországot varázsol, de miből, és mit csinál itt? Ezt én sem tudom. Két évig csinálták a terveket büntetésből, áthelyezett emberek voltak könnyű lehetett bűntársakat találni valamihez. Nem is sejti, hogy mi a célja? Homályos. A vasútépítéshez sok-sok millió kell, és biztos, hogy csalnak, lopnak, de nem értem. Mert azért halad az építkezés, kimerülten liegett. Kíván valamit, én már semmit. Kvasztics jött sietve. Menjenek innen, szólt idegesen. Jön a százados, avval a félszemű gazemberrel. Gyorsan visszamentünk a kórházba. Még sem jó, hogy ide kerültünk, mondta senki Alfonz útközben Kvaszticsnak. Hol lenne jobb? Szeretném, ha kiutnánk a vasútépítéshez, mert így semmit se tudhatok meg. Majd beszélek a törökkel. Mire a százados jött, már ott szorgoskodtunk a szörnyű közös teremben. Vele volt a félszemű, a török szultán, és néhányan, akik vagy mérnökök voltak, vagy csak úgy szerepeltek, mintha azok volnának. A százados, akiről most már tudtuk, hogy pitmen és szökött légionárius, kellemes arcú, mosolygós, jóindulatú embernek látszott. No, mi az tanár úr? kérdezte tréfáson Wintert. Sok műtéten volt, sok a dolog. Estére előkészítek egy extrahációt, hát csak szorgalmasan. És ön? Kérem, százados úr, a tanár felé nézett, aki távol volt. Winter tanár működését nem bírom elviselni. Ugyan kérem, ő épp olyan orvos, mert milyen zongolista ön. Az én játékom esetleg hamis, de senki nem hal bele? Mindegy, ne zavarjuk egymás szórakozását. Itt mindenki azt teszi, amit akar. Ha nem tetszik, mehet a pokolba, kiáltotta a félszemű. kihívta. hívta? Örüljön, ripakodott rá a török szultán, hogy az én révemen ilyen jól élhet. Aránban jó volt, hogy lophatott. Nézd csak, majd úgy jár, mint ez a három itt. Oda jött és belém rugott. Most azonban jól tudtuk, hogy mindez csak ugyan a látszat. Amíg ez a három ember itt van, addig fegyveres őr álljon barré ajtaja elé, mondta a százados, éjszakára a munkásokkal hálnak. És golyót nekik az első gyanús jelre, tudította a török, különösen ennek a köpcös gazembernek, és belerúgott tuskóba. Hopkins elfehéredett a dütől a századoség tovább mentek. Én mégse bízom a törökben, mondta Hopkins, amikor egyedül maradtunk. Senki Alfonz igen komor arca valahova a levegőbe nézett. Ki kellene jutni innen, ismételte, az építkezéshez, ott van a titok megfejtése. Kasztic elsietett mellettünk, és eközben cédulát adott át senki Alfonznak. Fiúk, mostan nektek itten maradni nem rezon, ha már beszéltetek a francival, mit aggartok, hova jutni. Ha is benneteket, titeket ne törőjetek vele, csak a látszadért. Van kiváló tisztelettel, kvasztítsal üzenyetek. Már megint kezdi, mondta Hopkins, ez a levelezés is idegesítő szokás a töröktől. Sorra itattuk a nyöszörgő négereket, írtózatos volt a karbolszagú folytott hőség, vagy nyolcan benszülött beteg között dögletes levegőben. És millió légy döngött. Ennek napoznia kell, mondta Winter az egyik betegre, vigyék a napra, intett nekünk tanár úr, a napon most legalább 70 fok van, mondta senki Alfonsz. Mindegy, barátom, ide sok ultraviolet kell, ehhez meg a nemét, csak vigyék, magyarázta mosolyogva, és rajtam végig a hideg. Nem visszük, mondta senki Alfonsz, ez gyilkosság. Akkor én majd megoperálom magukat, biztatott nyájasan a tisztelt nagynényét és más tetszés szerinti felmenőit, felelte Tuskó Hopkins. Néhány kísérőjével éppen visszajött a százados, akiről most már tudtuk, hogy nem tiszt, hanem egy Pitman nevű szökött légionáriussal azonos. Kérem, jelentette dühösen Winter, az ápolók megtagadták az engedelmességet. Százados úr védekezett senki, Alfonz. Csak azt mondom, hogy nem vagyunk hajlandók egy beteg négert a 70 fokos napra tenni. Ez gyilkosság. A százados cigarettára gyújtott és mosolygott. Hát, tanárom, mondta Winternek, itt kevés a megértés az ön eljárásaival szemben. Mit csinálják? A százados gonoszságában volt valami nagy stílű fölény, ez bizonyos nem fújt fel mindent. De most berohant a török. Egyenesen hozzám siet, izgatottan, és megrúg. Mi mindig velem óvja a látszatot. Gazemberek, megdöglötök. Százados úr, ez a három ember beszélt Francis Baréval. Micsoda? Most igazán rávetettem volna magamat a két kétszínű bitangra, de a félszemű és a másik mérnök revolvert rántott. Várni, Szólt rájuk a százados. Mi volt ez? Most beszéltem Kvasztitssal. Elárulta, hogy ezek nem voltak barénál. Ilyen egy szemét. Tuskó lila volt. Ha most kezébe kapná a törököt, a nyakát harapná át. Maguk beszéltek, Francis Igen, felelte senki Alfonsz. Felkötni őket kiáltotta a félszemű. Úgy van, tudította a török. A százados unottan nézegetett bennünket. Itt nem végeznek ki senkit, mondta aztán. Kimennek a vasútépítéshez, de a teknőbe, szinte udvariasan kérdezte. Tudják, mi ez a teknő? Egy kis kiszárított holtága a folyónak a sziklák között, iszap, százezer döglött hal, siklók, piócák és férgek tömege, árnyék semmi, és természetesen ott van a moszkítók és legyek főfészke, hetenként száz munkás megy váltásra, vissza egy se jön, ez a teknő. Vigyétek őket! Három őr közre fogott, és búcsúzóul Winter megjegyezte. Hát nem lett volna jobb, ha napra teszik azt a beteget? Nem, mondta senki, mire Winter mosolyogva legyintett. Ön bolond, uram! operáltassa meg magát. Hatodik fejezet Közre fogtak az őrök, és mi követtük őket. A bágyasztó nedves forróságban minden lélegzetvételtől nyilalt és szúrt a tüdő. Micsoda éghajlat! Mintha abroncsot kovácsoltak volna a homlokunk köré, és ez a szorítás összelapítaná a koponyát. Úgy sajgott a fejem, – Hová visznek? – kérdezte senki Alfonz, mert nem az építkezés felé mentünk, a pályaudvari kirendeltséghez. – Mi? Az is van. Csupa új dolog, kérem. – Na, meglátják, aki a teknőbe megy dolgozni, annak beírják ott a nevét, mert a teknőben van az álomkor, a malária, meg a tifusz főfészke, aki oda került, azt megjegyzik, hogy ne helyezzék később máshová véletlenül szép kilátások. Most elhaladtunk az egyik töltésnek szánt úgynevezett teraszma alatt, jól látszott a munkatelep, mocskos, büdös deszkabarakkok. Folytó por a katlanszerűen kivált szikla oldalból, kevés poshat víz, korbácsi, ajgatás, sebek, rothadó, hal, szaga, a szerelvény körül. Teljesen leromlott bőr és csont négerek, és lent a kongó partján krokodilok sütkéreztek undok nyűsgéssel. Már hosszú sávon kész volt a töltés, egy keskeny résen kis vasúti híd szeli át a kongót, és fejebb sineket raknak egy elég nagy épületnél, az a pályaudvar. Futólépések zaja haladszik mögöttünk. A török szultán jött, sietve a félszeművel, és vigyorogva elénk állt. Megállni! Nagy kampós orra még csúfabb volt, mint egyébként. Kikutattunk benneteket, barátocskáim. A félszeművel együtt a zsebeinket nézik. Nincs ott semmi terhelő. Ez úgy látszik dühösíti a törököt. Hopkins oldalán ott függött a messze látó bőrtokja. Kinyitotta és elvette a köpcös szivarját. Itt nincs szivarozás. Itt el kell pusztulni, te kutya. Te pofon ütöttél. Hallgasson, bulanger. Mondta a hosszú félszemű. Úgy látszik nagyobb úr volt, mint a török. Az őrhöz fordult. Két ember rájuk vigyáz állandóan, az első gyanús mozdulatra lőni. Igenis, főmérnök úr. A vigyorgó törökkel együtt elment. Bennünket őreink a pályaház épületébe vezettek, már messziről reket, hülye nótázás hallatszott. Itt újabb csodálatos meglepetés várt ránk, érthetetlenül tökéletes pályaudvar, amilyen talán még orámban sincs, szép, hatalmas épület, és sok zománcozott pályaudvari tábla, vasúti étterem, mellette állomás, főnök, aztán minden fal részen külön Igori, Igori, Igori. Minek ebben az átkozott fészekben egy nem létező vasúthoz ilyen állomás? Megint valami őrület, rövidesen megkapjuk erre a kérdésre a választ. Egy pillanatig úgy éreztem, hogy elvesztettem az eszemet. Két társam is döbbenten állt. Egy megafon tölcséréből hang hallatszott. Vigyázat! Vigyázat! Az Algéri Express 4 óra 40-kor beáll, Negyedik vágányon vonat indul, öt óra, húszkor, Igari, Szidi, Velábi és Tokhon, Tokió, és hűvágány, haló, haló, figyel, hét óra, ötkor csatlakozás a Rispálinkához, egy üveg, zsinjöje. összenéztünk. Ilyet még nem értem meg, üledezett Tuskó. Én sem bevallom sehol egy sín. És mik ezek a menetrendszerű alkoholjáratok? Gyerünk, egy-kettő! Elindulunk. Egy ajtóhoz megyünk, amelyen az áll, kiírva, Pályaudvari kirendeltség, Igori. Mondja, ki ne kell itt? Kérdezem az egyik katonát. Az állomás főnök. És miféle vonat indul? Express a pokolba, ne kérdezzen annyit. A Pályaudvari kirendeltség holt részeg. Az a vékony kis káplár ült itt egy íróasztalnál, akivel a kantinban beszéltünk, ő volt az állomás parancsnok. Négy-öt tántorgó hőségtől verejtékező katona ődöngött itt ingújban. Na, ti mák, virágok, sipította a kis káplár, most megjárjátok. <síns> És ahogy becsukta a száját, már is dúdolt. A teknőbe kerülnek, mondta az őr, a káplár dúdol, és hüvelykujával hasunkat bögdöste sorba. Itt csupa hülye van, súgta csodálkozva Hopkins. Aztán halkan zümmög, és beírja egy könyvbe a nevünket. Az őrök elvezetnek mindhármunkat mintha égne a föld. Fullasztó gőzpárák emelkednek egyre a pörkölő napsugarak nyomán a talajból, zsíros íz füllett alkonyat telepszik a gutaütött, barátságtalanul sivár tájra. Az állomás főnök most kiesik az ajtól, és négy kézláb mászva igyekszik felállni, de hiába újra meg újra esik, ilyen részeg embert én még nem láttam és aranygombos piros sapkában van, kék egyenruhában, de inge nincs. Apró komikus alak, ráncos kis arca, mint egy citrom, a kerítésbe kapaszkodva nagy nehezen feláll és vigyorog. Öt óra tízkor nem jött a viszki, késése van, ott részegen nézi az óráját, nyolc perc késés, majd megérkezik állomás főnök úr, mondja az ő. Maguk, maguk tolassanak innen, mert öt óra a húszkor befut az első idegroham. És kedvesen ránk vigyorog a póznát ölelgetve. Olyankor lövöltözök. Nevem Vasilics Fedor és valami el is várnában. Tovább megyünk mint valami őrült káprázat, olyan mindez ebben az alkonyatban, amikor a nap duzzadtan süllyed az égen, és égető sugarai, mint hosszú, vékony korbácsok verik az átkozott Kongó vidéket. Mindennek a török az oka, mondja Hopkins fogcsikorgatva. Ez igaz. De senki elgondolkozva ráncolja a szemöldökét. Tudja az ördög. Hát nem ő árult el? Senki Alfonz nem felel, dörmög. Váratlanul lövések hangzanak. Mi az? Öt óra, magyarázza az őr. A pályaudvarra beállt a dühöngés. Hallottak már ilyet? Azonnal munkába állunk, pedig már hatra jár. A teknő egy kiszállított holtága volt a Kongónak, százezer számra tele, döglött halakkal kolerás fullasztó légkör nehezedett rá. A szúnyogfelhő percek alatt véresre csípett mindenkit, és hemzsegtek rajtam a piócák, itt nem bírhatja sokáig az ember. Mozog a mindenségit! Néhány kegyetlen hóhér verte a foglyokat és a négereket tíz szuronyos őr felügyelete mellett és a nap még mindig ott ég vörösen a dzsungel felett. Milyen gonosz lassúsággal hanyatlik le a fák közé, mintha tudná és élvezné, hogy minden perc kínszenvedés, amíg az útja tart. A párolgó iszapos folyóák dúsan lehelte a halált, és tíz percenként hullottak el, ájultan a munkások. Ezeket verték, rúgták, és ha semmi sem használt, egy órára árnyékba vitték őket, aki még így sem bírta, az meghal és kész. Ez már a valódi igori. Ahogy elképzelik messze helyőrségekben a legionáriusok a legszörnyűbb kompányi diszciplint. Egy mérnök zsinórral jelöli ki, hogy meddig kell egyenesíteni a partot, ezt a részt csákánnyal vágtuk, egy másik csoport az iszapot vitte le Taligán, és a Kongóba döntötték. Hét órakor egy kolomszerű arangozás jelére bementünk a barakba. A férges, rothadó deszkájú barak sarkában félreültünk. Négerek voltak itt, összezsúfolva néhány fehérrel, állati emberek, mind felsebezve a kőszilánkoktól, bekemve avas kókuszolajjal, most nézzük a levelet, mondta halkan senki Alfonz. Miféle levelet? kérdezi Hopkins. Hát, amit a török szultán a börtökbe tett, amikor elvette a szivarodat. Az az alak, ne levelezzen velem. No, no, azért csak nézzük meg. Jellegzetes török szultán levél volt. Fiúg, Időközben megtudtam, itten egy nagy gazságot gészülnek csinálni, csupa életveszélyes alag, elsősorban én, mert most már bíznak, de azért segítek ti nektek, mert veletek fagyok, elintéztem, amit senki Alfonsz mondott, beszélni személyesen fogok, addig vigyázatok magatokra, a degnő rossz hely. De nem tudhattam, hogy ide tesz. De amit Alfonsz Kvaszticsnak mondott, most kin vagytok étszermunkán, ahogy Alfonsz akarta. Maradtam giváló dísztelettel. Megint kezdi a zavaros, piszkos ügyeit, vélte Tuskó Hopkins. Én igazán azt mondtam Kvaszticsnak, hogy jó lenne kijutni a kórházból a munkához, és most kim vagyunk. Szóval elárult bennünket a török, vagy segítségünkre volt, kérdeztem idegesen. Nem tudom mondja senki, és ő is nagyon ideges. Most ki tudja, hogy hányadán állunk a törökkel? Romlott hús a vacsora, a benszülöttek bűze és ricsaja egyforma súlyjal ül fáradt agyunkon. Később végig dőlünk a foszlott gyékényen, és elalszunk. Sokat kiálltam életemben, de azt hiszem, amit ez a munka jelentett a teknőben, az túl tesz minden szenvedésemen. Minden perc érezhető iszonyú súlyjal múlt. A hatalmas folyó a halált hordozta magán. Valahol a közepét táján egy zöld zátony emelkedett ki a kongóból, cölöpökre épült kunyhó állt ezen, déltájban átment egy csónak négy fegyveressel, a vékony káplár vezetése mellett. Azt hiszem, ott őriznek valakit, mondta senki Alfonz. A sziklás partot törtük csákánnyal égetve fröcskölő szilánkesőben. Tuskó Hopkins egyszerre megragadta a karomat. Oda néz! Oda néztem, és kis hiány felkiáltottam. Levin! Az őrült szakácsmester ott állt a mérnökök között. De hogy megváltozott? Gondozott haj, borotvált arc, sárga bricsesz, mint a többin, és parafakalap. – Na, gyerünk! – kiáltotta egy káplár, és lecsapott ránk a bikacsökkel. – Gaz állatok! – tovább csákányoztunk. Levin, mint egy jelenés, eltűnt a mérnökökkel. Súva kérdeztem senki Alfonsztól. – Te érted? – nem intett és gondolkozott. Időnként a távoli hidat és a sineket nézte, jó lenne előkeríteni Levin szakácskönyvét, mondja aztán. Megbolondult. Mit akar a szakácskönyvtől? A déli forróságban két óra pihenést kaptunk, minden csontunk fájt, szúrt. A víz adagot beosztani pokoli kint jelentett, és a folyó, a halál folyó, amint gőzölögve rohan a szűk mederben, időnként hangos csattanás hallatszott, mint a közeli parton egy egy krokodil összecsapta hatalmas állkapcsát. Mögöttünk egy bokorból intett valaki. Levin! Mangrove fánál várom magukat a teknő felett. Oda mentünk a fához, az őrök nem sokat törődtek a rabokkal pihenő alatt. Jöjjenek velem, gyorsan, az őrt elküldtem valamiért. Mi történt magával, kérdezi tőle senki, Alfonz. Erről nem beszélhetek, uraim, és ne is kérdezzék de azért szívvel lélekkel segítek maguknak, ahol lehet, mert örök hálára köteleztek nemes barátságukkal. Az igaz, hogy elásták volna élve a sivatagban, amilyen idegesek ezek a légionáriusok, ha nem állunk a pártjára. Nézze, mondom, a katonák itt mindig hűbajtársak voltak, és igazán nem, nem, amit maguk tettek, értem, azt nem lehet elfelejteni. Feleli könnyes szemmel, és megragadja senki Alfonsz kezét. Az életemet mentették meg. No, no, szabadkozik senki, talán mégsem. De, igen, ha nem hoztak volna be pénteken halat a börtönbe, belehalok. Mi hallgattunk. Ez a rántott, halért hálás, amit a manzon erődben kapott tőlünk, azt talán már el is felejtette, hogy a szaharában az életét mentettük meg. Most jöjjenek vele, mondta, gyorsan. Hová vezet? Csak jöjjenek bátran, meg meglátják. A fontos az, hogy ne legyen baj belőlem maguk. Hoztak halat nekem a börtönbe. A barátaim, a sziklák mögött egy szerszámházigó állt, ide irányított bennünket Levin, és miután beléptünk, nyomban eltűnt. A török szultán várt ránk, és egy fiatal katona, Ivan Barry. Hopkins nyomban rá akarta vetni magát a törökre, de lefogták. Ne fogjátok, eredszétek csak a nyavajást! kiáltja barátunk, aki legalább olyan erőszakos, mint gyanús könyörgök. Uraim, rimánkodott a lány, aki nem marad nyugton, annak betöröm a koponyáját, állt közénk senki, Alfonz. Végre annyira jutottunk, hogy beszéltünk néhány szót. Elsősorban köszönöm, nem is tudom, hogy mit mondjak, Istenem, önszántukból eljöttek ide szegény franciszért, és zokogott. A török szultán csendesen mondta, Francis Barry az éjszaka meghalt. Most már vége, suttogta Ivon, hiába volt, de látta, hogy gondolok rá, és barátai is vannak, ez bizonyára jól esett neki, és én újra nagyon-nagyon köszönöm, és zokogott keservesen, szegény, sokáig nem szóltunk letörölte a könnyeit, szomorúan álltunk. Lassan erőt vett magán. Most maguk miattam bajba jutottak, mondta. Ez a legkevesebb, felelte senki Alfonz, mi mindig veszélyes környezetben élünk, de önnek haza kell jutnia innen. Én hazavezetem, mondta a török. Szeretném tudni, hogy mi a te szereped itt, és hogy kerültél ide, kérdezte csendesen senki Alfonz. A török kisé piros lett, előinte üzletnek láttam. A másolatban, amit küldtél, azt írta Francis Barry, hogy itt gasság történik, és mindenkit megvesztegetnek mesebeli összeggel. Előszálltam kaszticsal, gondoltam, hadd vesztegessenek meg mesebelien. Annyi pénzem még volt, hogy egy kis karavánt szervezzek, amivel Igoriba jövök, hiszen egy kis vagyont kaptál tőlünk, amikor a gyémánt bánya ügy volt. Igen, felelte rossz a török, de azt elrulettozza az ember. Azzal jöttem ide a századoshoz, hogy Francis Barrét keresük a család megbízásából, és erre szóval úgy volt, ahogy írtátok, ilyen vesztegettek. És miért leplezted le, Ivon Barrét? Amikor megérkezett, hogy ne csináljon ostobaságokat. Aztán ez a fonál kikutatta a csomagját, és női holmikat talált. Hogy a százados bizalmát elnyerje, inkább én árultam el Ivont. Az igaz, hogy a káplár kutatott a holmiban, ő maga mondta, jegyezte meg Ivon, szóval te velünk vagy? Igen. Csak muszáj a látszatra vigyázni. Ha gyanús leszek, akkor vége. Hopkins sóhajtott. Tudhattuk volna, hogy ha megmagyarázza, akkor még kezet is csókolhatunk neki a disznóságaiért. Ide figyelj, mi tudjuk, hogy ezt a századost Pitmennek hívják, és szökött légiós, aki megölt egy tisztet, erről tudj meg valamit. Jó, utána nézek. És tudd meg, hogy mi van ott a szigeten, szemben. Valakit őriznek, nem tudom kit. Oda szeretnék jutni. Majd megpróbálom, és nem fejezhette be. Senki Alfonz rekord ügyességgel elkapta a török nyakát, a falhoz csapta és belerúgott, aztán két olyan pofont adott neki, hogy a nagyorú arcát elöntötte a vér. Ivon felsikoltott, és mi se értettük. Miért? hiszen most már igazán bebizonyította, hogy ártatlan. Le akartuk fogni, még Hopkins is, de hát ki tudja senki Alfonzot lefogni. Úgy verte a törököt, mint a répát, a ruháját letépte, pofozta, rúgta, és végül kihajította a kunyhóból, mintha a földből nőtt volna ki, odaért az őrjárat, lövésre kész puskák között álltunk, a török rongyáverve, szédelegve állt. Mi történt? kérdezte az egyik katona. Meg támadtak, hebegte feldagadt aikai közül. Azonnal hívjátok a századost, megkeserülött kutya. Erre még egy pofont kapott, hogy valósággal szaltózva esett a bozótra. A százados éppen a közelben volt, jött a félszeművel együtt. Maguk, megint maguk, Százottos úr, üvöltötte a török, akinek nem volt már emberi vonás az arcán. Ezekkel nem fog bírni, életveszélyes szaglászók. Most végleg leleplezem őket. Az imént kicsaltam egy titkot belőlük. Azt mondják, hogy maga Pitman és szökött katona. Úgy tettem, mintha mellettük volnék. Francis Váré elárulta, hogy ön szökött legionárius Ivon felsikoltott. Ó, a gazember, miért nem mertük agyon? Hopkins felordított. Kutya! Lövesse le őket, mondta a félszemű. Itt nem lehet habozni. Úgy van, kiabálta a török. Dögöljenek meg az ilyen kutyák. Ha nem vigyázz, hát kiszaglásznak mindent. Azt hiszem, mondta a százados, a helyes eljárás, ha elvittettem ezeket is a szigetre. Halálos ítélet nincs. Aki megtud valamit, az a szigetre megy. Van olyan jó, mint a halál. Miközben megyünk az őrjárattal a folyó felé, megkérdeztem senki Alfonzot. Honnan tudtad előre, hogy a török mégis áruló? Nem tudtam, hogy áruló. Akkor miért ütötted? Láttam az őrjáratot közeledni, és a látszat miatt. De miért kellett olyan szörnyen összeverni? Hogy még jobban a bizalmukba férkőzzön. Kérem, nagyon helyes álláspont. A módszert a töröktől tanultuk. A csónak őreinkkel együtt ismét visszafordult, miután hármunkat a partra tett. Miért nem öltük meg a törököt? dühöngött Hopkins. Nem tudom, hogy bűnös-e felelte idegesen senki Alfonz. Azt mondtam neki, hogy a szigetre akarok jutni, és ide juttatott. A fene ezt az alakot. A mocsaras sziget cölöp építménye előtt állunk, valamikor egy kegyes férfiú élt a kunyhóban, önkéntes száműzetésben, hogy megtérítse a busmanokat. Ma börtön, amelyből nincs szökés. Sok ezer börtönőr veszi körül a rabokat, krokodilok hemzsegnek a vízben, másodpercenként felbukkannak a zavaros, bugyborékoló folyóból. Naponta egyszer átjön a csónak, élelmet tesz le a kunyhónál, és az egyik őr benéz az ajtón. A kunyhóra egy táblát erősítettek ezzel a felírással. Figyelmeztetés, a kunyhót elhagyni tilos, aki kilép azt a túlsó partról az őrök, lelövik. Egy figyelmeztető lövés már is eldörren. Gyorsan belépünk. Kör alakú kis helyiségben vagyunk, néhány durva pad is van benne. Benszülöttek hallgatták itt a misszionárius miséjét. Az asztalon olajlámpa, a falon egy Mária kép, régi, szakadt, de még kivehető a szűzanya arca, az egyik padon egy fogói ül, ruháját penészlepi, borostás, és fogyott is valamit. – Nini, hisz ez Potrien? – Hello, szerzsant! – kiáltja vidáman Hopkins. – Micsoda öröm! Megtalálta már a boka védőjét? – Potrien felnézett megvetően, nyugodtan. – Maguk hogy kerültek ide? – kérdezi. – Kerestük a mi kis kedves őrmesterünket, mert nem bírjuk ki maga nélkül. Tartsák meg az ostoba tréfáikat! A padlón egy sikló futott végig gyors zörrenissel. Undok, nedves, rossz hely volt ez a kunyó. Tudja, mit mondja senki, Alfonz? Mesélje el, monsef, hogy magát miért zárták be, és akkor mi is elmeséljük, hogy miért vagyunk itt mit kell mesélni. Látták, ha van szemük, hogy valami nincs rendben. A százados, meg az a félszemű civil nem egyenes úton járnak. Felhívattak még az érkezés napján az irodába, és azt ajánlották, hogy ne törődjek semmivel, kapok húszezer frank havi zsoldot, és jó dolgom lesz. Amikor ezt visszautasítottam, és látták, kivel van dolguk, egyszerűen áthoztak ide. Nagyon elkeseredettnek látszott. Nem a hemzsegő bogarak és a hangyák miatt, nem is a mocsaras büdös sziget fullasztó légköréért. Elkeserítette, hogy a légióban ilyesmi lehetséges. De mi az, ami itt történik? Ő sem tudta, mi sem. De az bizonyos, hogy itt nagy dolgok történnek. Tuskó Hopkins, önkéntelenül az oldalán függő tok felé nyúlt, de a szivarokat elvette a török szultán. A fene ezt a látszat dolgot. A lámpa alig pislogott, a fagyúban sercegő ronydarab felett döglött moszkító borították vastagon a kifeszített dróthálót. Jó estét! Sovány, beteges, külsejű ősz ember állt az ajtóban. A másik szobából jött. Potrél nyomban felugrott. Aztán mi is feszes állásba vágtuk magunkat. A szakadt, elnyűlt vászonruhán még jól látszott a rangjelzés. Egy tábornok volt, aki belépett. Csak maradjon, őrmester, mondta a magas őszember, mély, de fáradt hangon. Itt nincs helye a formaságoknak. Ki ez a három ember? Kettő közülük megkapta a becsületrendet, és jól verekszenek, de én nem bízom bennük. Ez azért van, Montsergeant, mert öregszik, mentegetőzött senki Alfonsz. Maga ostoba, Düron tábornok előtt áll. Düron tábornok, akit állítólag megöltek a benszülöttek. A tábornok felvette az izzó, füstölgő fagyú mécsest, és végignézett bennünket. Miért kerültek a büntető táborba? Én az őrségen állva a fegyveremet letettem, és cigarettával a számban vártam az ellenőrző patrolt. Így volt, mondta Potrien. Azt hiszem, megőrült kisé. Nem, egy Francis Barré nevű katonának a húga írt levelet, hogy keressük meg a bátyját. Megtudtuk, hogy ide került Igoriba, és elhatároztuk, hogy utána jövünk. Ezért mind a hárman elkövettünk valamit, hogy ide kerüljünk. A generális merett arccal nézett rá. Maga azért dohányzott az őrségen, hallgatott. Egy hatalmas vörös patkány lappangott a kunyhó hátterében, és a csendben élesen neszelt lihegő fúvása és maguk is Francis Barré miatt jöttek szánt szándékkal, Igoriba, fordult felénk a tábornok. Én a puskámat eldugtam, hogy együtt legyek a barátommal Igoriban is, én megragadtam az alkalmat, hogy ha már elkövettek valamit, hát legalább kellemes legyen a büntény, és egy régi ellenségemet kihajítottam az ablakon, amelyet sajnos nem nyitottam ki előzőleg, mert úgyis állandó kereszthuzat volt, ez az illető természetesen azonnal gyengélkedni kezdett. De nem a kereszthuzat miatt, magyaráztam az ügyet Düron tábornoknak, hanem az üvegszilánkok és a kövezet felsebezték. A tábornok nem figyelte, amit beszéltünk. Az elgyötört sovány férfiacon most átmelegedett a pergamenszerű bőr, a szeme különösen csillogott, keményen összezárta az ajkát, és nyelt egyet. Valami keserű szoríthatta a torkát. Maguk. Ismerték Francis Barrét? Személyesen nem. Ivon Barré a húga írt nekünk, és elhatároztuk, hogy utána járunk a szerencsétlen fiúnak. Egy ismeretlen hölgy kérésére idejöttek szándékosan. Érdekelt bennünket a dolog, és mondta senki Alfonza jelszavunkat, oly mindegy, hogy hol kerül halálos bajba az ember. Örmester, mondta Düron hihető, amit ez a három ember mond? Én kérem, annyira sem becsülöm ezeket a világcsavargókat, mint a kilőtt puska golyót, de azt őszintén meg kell mondanom, hogy nagyon egymás után követték el a védkeiket, és elég érthetetlen volt az őrségen a cigarettázás, meg a többi. A tábornok sorba megfogta a vállunkat, és megrázott bennünket egyenként. Talán egyszer meg lesz a jutalmuk érte hogy nem hagyták el a szerencsétlen idegen Francis Barrét. Sajnos, mondta senki Alfonsz, hiába volt minden, szegény ember tegnap délután meghalt. A tábornok nyitott szájjal, merett szemmel állt. Meghalt, suttogta, szegény, szegény Francis és a szemében összefutott valami zavaros csillogás. Tábornok úr, ismerte Francis Barrét? kérdeztem. – A fiam volt – felelte csendesen. Hetedik fejezet Fülsiketítő kuruttyolással millió bék a zengte éjszakai dalát. Néha egy kellemetlen hangú állat vinyogott, és a kunyhó minden deszkája sercegett a rákcsálóktól. Micsoda döglesztő szag, halálosan bágyasztó, fülletlangyosság. A tábornok besüppett arcán a koporsó színe ült, a lerakódó párák nyúlós zománca alatt. Hiszen mondta Francis Barry, hogy nem ez az igazi neve, hogy katonai összeköttetésük van, de ki hitte volna, hogy ez a nyomorúságokban annyit szenvedett közlegény egy ilyen katonai hatalmasság fia? Érthetetlen. Soká hallgattunk, a tábornok a padlóra merett. Talán fél órát is elvoltunk ebben a kegyelettel, gyászsal telített csendben. Aztán furcsa, folytott hangon beszélni kezdett. Nyolc évvel ezelőtt a fiam beleszeretett egy leányba, aki ellen kifogásaim voltak, azért mesélem el most, hogy talán megszabadul valamelyikük. Tudják, hát a valót és meséljék majd. Ne legyen semmiféle undok feltevés, szóval Francis hiába próbálta beleegyezésemet megkapni, egy napon eltűnt otthonról. Csak mostanában derült ki, hogy Barré álnéven a Légióba állt. A Kolombesári büntető táborban sem fette fel a kilétét, nem akart szégyent hozni rám. Évek múltán Manszomból írt Ivonnak, de aztán ismét eltűnt. Én régen megbántam, hogy ellene voltam a házasságnak, elhatároztam, hogy felkutatom és hazahozom Franciszt, de féltünk a botránytól. Hát a lányom, mint Barry Huga kereste fel a nyomát, és ő maga is az Ivon nevet használta, ha eljárt a fiú ügyében. Mademoiselle Ivon Barré, tehát a tábornok úr leánya? Igen, Ivon Düron és Francis, aki meghalt, Francis Düron Tenyerébe támasztotta a homlokát, nem zavartuk meg a csendet. Vergődve mászók, krokodilok cuppanása hallatszott alattunk a kunyhó cölöpjei közül, és a békák elnémultak egy másodpercre. Ilyenkor a fában őrlő bogarak nyikorgása vette át a vezérszólamot, és egy-egy locsanás alattunk, mert a dagály hullámai elöntötték a szigetet. Egy héttel ezelőtt értesültem, hogy Ivon elkövette ezt az őrültséget, Idejött, Istenem. Azt hiszem, mondta senki Alfonsz, hogy Düron kisasszony ellen nem terveznek semmiféle gasságot, csak túsznak tartják. Adja az Isten, hogy úgy legyen. Magamért már nem aggódom. Ez a százados valami furcsa ember szeretetet hord magában a lelke mélyén, megengedte a lányomnak, hogy felkeressen egyszer. Különös alak, jegyeztem meg, igen, bólintott a tábornok. Nekem szivarokat is küld naponta a havannát. Erre Hopkins nyomban felvett egy szivar véget és a látső tokba tette. És a tábornok úr hogy került ide? Amis Bakárban tartózkodtam hivatalos ügyvel, amikor megjött a leányom értesítése, hogy Francis Igoriban van. Én írtam, mondta senki Alfonz. Egy Levin nevű katona podgyászában volt Francis bari levele, amit az az ember olvasatlanul eltett, mi hárman betörtünk a raktárba és megszereztük. Hát mégis maguk voltak? Most lelepleztem, kiáltotta Potrien. Ez legyen a legnagyobb bűnügy, amit Igoriban leleplez. Ivon levele nem hagyott nyugodni. Elindultam Igoriba, jól ismertem az utat, csukott szemmel eligazodom ezen a vidéken. Az őserdőben fogjul ejtettek bantu kísérőimmel együtt, a hadvezetőségnél bizonyára ügyesen valószínűsítették halálom hírét azzal a megjegyzéssel, hogy a gyilkos törzset megbüntették a leányom most már hiába várt értesítést, nem jött hír sem Francisról, sem rólam. Kétségbeesésében idejött, ő is csapdába került. Csak azt szeretném tudni, hogy mit csinálnak ezek itt, mondta senki Alfonz. Az ügy lényegéről nem beszélhetek, sohajtott a Düron tábornok. Sok minden homályos előttem, de tudom, hogy mi a fő motivum. Nagy csapás Franciaországnak. Valóságos katasztrófa lehet. Azért zárták ide a tábornok urat, mert ismeri a szélhámosságukat? Nem, nem sejtenek semmit. Ez a százados úgy látszik nem gyilkoltat meg senkit, de ha tudná, hogy ismerem a kártyáit, talán kivételt tenne. Én ugyanis, mielőtt fogságba kerültem az utolsó pihenőnél, körüljártam kísérőim nélkül a vidéket, beszéltem néhány barátságos főnökkel, és a Magró hegységről messze látóval végignéztem a vasúti munkálatokat. Ők azt hitték, amikor fogságba kerültem, hogy nem láttam semmit. Belenyúlt a zsebébe, és egy fagyúval lepecsételt borítékot vett elő. Itt a jelentésem. Ebben egy új Panama botrány van, Franciaország világra szóló kompromitálását zártam a borítékba, de nem hiszem, hogy valaha útnak indíthatom innen. Ha ezt a levelet beadná valaki a legközelebbi erődbe, az megfelelne a célnak? kérdezte senki Alfonsz. Nem. Ezt a levelet a gyarmatügyi miniszter, a vezérkari főnök, döszüren, kormánybiztos hogy hasonló, egészen kivételes ember veheti csak a kezébe egy új Staviszki ügy készül itt, aminek nem szabad kipattannia. Szóval innen Marokkóig kell eljutni a levéllel? Úgy van. És minden segítség nélkül, mint szökevénynek, hogy ezek itt ne gyanítsák a valót. Mert ha megsejtik, hogy leleplezték őket, akkor hiába volt minden. Csak az segíthet, ha lecsapnak rájuk, és elfogyják az egész ügyet itt, a dzsungelben. Csontos nagy kezét keményen összeszorította. De miért nem adhatná át valaki, aki esetleg kiszabadul innen az első afrikai erőd tisztjének? Akkor száz kézen megy át. És sok afrikai erődben szolgál büntetésből áthelyezett tiszt, gyenge jellemű, lebukott ember is. Nos, szerintem még fenn a fejnél is van bűntársuk. Olyan nagyszabású a csalás, annyi pénz felett rendelkeznek. Húsz olyan embert ismerek a köztársaságban, akinek nyugodt lélekkel adnám a kezébe ezt a jelentést. Kár, jegyezte meg senki, Alfonsz, hogy mindössze húsz olyan ember él a köztársaságban, akinek Excellenciád a kezébe adná a levelet. Miért? Mert azt hiszem, én nem vagyok a húsz között, és ez a két alak sem, akikkel megvert az Isten, hogy állandóan a nyakamon lógnak. Hogy érti ezt? Mert mi szívesen megkísérelnénk elvinni a levelet Marokkóba, nem, fiúk? Miért ne? mondta a köpcös vállatvonva, és tömpe vörös orra megvetően vibrált egyet. Olyan mindegy, hogy merre megy az ember, jegyeztem meg szellemesen. Nézze csak, mondta a tábornok, ha nem sikerül, amit terveznek, vagy útközben elfogják magukat, és éppen az én jelentésemből kerül a nyilvánosság elé ez az ügy, az nagy csapás lenne nekem. Mademoiselle Duron felelte senki Alfonz, olyan kedves volt, hogy a három testőrhöz hasonlított bennünket. Elsősorban engem, jegyeztem meg szerényen. Ki volt a három testőr? kérdezte Potrien. Én Minden régi katonát ismerek a gyarmaton. Szegény Potrien, mit tud az irodalomról egy ilyen öreg őrmester? Még azt se hallotta, hogy a három testőr régi história, húsz éve is elmúlt, hogy megtörtént. A három testőr, mondta Senki Alfonz, elhozott Buckingham Hercegtől egy gyémántot, az életüket kockáztatták, és nem közölhették az üldözőkkel, hogy mi járatban vannak. Hát kérem, ilyet mi már csináltunk, legyintett Hopkins. Az életünk kockáztatásával elosztunk egy gyémántot, sőt, még zsebórákat is, és nem mondhattuk el az üldözőknek, hogy mi járatban vagyunk. Megjegyzem, azért sejtették, virrat. A szürkés égbolt egy mozdulatlan darabja a végtelen titokzatos közönyével nézett be az ablakkeret szakadt moszkító át mindenféle apró mozgások a szobasarkában, a tetőn és csuromvíz a pedig forró éjszaka volt, egy csepp sem esett. De a levegőben a penész nedves forrósága úszik, és átitatja a vásznat. Nehéz sóhait minden harmadik-negyedik lélegzetvétel, de csak nem hengeredik le a láthatatlan kő a melkasul. A tábornok két tenyerébe hajtja a fejét. Mély halánték gödrei, finom elefántcsont színűek, a halál árnyalata ez. Megtörli nyírkos homlokát és sóhajt. Azt hiszi, kiszabadulhatnak innen. Gyerekjáték, Akad épp annyi deszka, hogy egy tutajt készítsünk, az erőddel szemben a Kongó túlsó partján nincs semmi, csak őserdő. Oda átjutunk, ha kinyomjuk a kunyhó hátsó falát, csak a krokodilokkal szemben kell egy kis erélyesnek lennünk, aztán gyerünk észak felé a folyó mentén. Hogy nekem nem jutott – Eszembe, tudtaj, hát persze, tábornok úr nincs abban az állapotban, hogy nagy útra induljon. Potrient is itt hagyjuk, excellenciáddal, mert nem maradhat egyedül. Talán maguk közül maradjon itt valaki, hé, én mégiscsak jobban elvezetek egy kis csapatot. – Nézze, őrmester úr, szólt Szeliden Hopkins, egy bizonyos koron túl ide én képen vágom maga csirkefogó, förmetráz öreg. Az a helyzet, mon chef, mondta a tábornok, hogy ez a három ember összeszokott. Jól megértik egymást. Ezt tudom, bologatott szomorúan az őrmester. Csak ugyan tapasztalhatta, hogy értjük egymást. A tábornok még habozott. Komolyan vállalkoznak rá, hogy elviszik a jelentést Marokkóba, kormány kormánybiztoshoz. Excellenciát, kiadja a parancsot, és mi végrehajtjuk, vagy meghalunk, mondtam. Ha néhány ténykedésünk esetleg bírói eljárást vont is maga után olykor, mint katonák, beváltunk. Azt hiszem, én is, mondta a tábornok. És most pihenjünk. Sajnos a legtöbb fa már rohadt volt, de itt is ott is akadt egy deszka, amit megkímélt az idő, ezeket lefeszítettük. Már korán reggel égetően tüzelt a nap, és a kunyhó falai úgy ontották az éjszaka beszívott nedvesség gőzét, hogy a szétmálló törzsek furcsa szagától görcsösen köhögtünk de azért elhelyeztük a kiválogatott deszkákat egy szomszédos szobában, csak azután feküdtünk le a fárasztó éjjel után a padlóra. Véresre már testünk már érzéketlen lett a nyüzsgő rovarok ellen, csak a pókcsípés dagat sebe égetett sokáig gyulladtan, kéken. De azért aludtunk, verejtékezve, súlyos, rossz alvással, és arra ébredtünk fel, hogy a török szultán rúgdos bennünket. Hé, hey, mi Néhány katona állt körötte, a Ivon kísériattan, és távolabb Levin teljesen felpofozva. Mi történhetett az öreggel? Elverték az bizonyos. A leány itt fog maradni az apjánál, ez az alak, meg veletek. És a látszat kedvéért belerúgott Hopkinsba. Hopkins a látszat kedvéért úgy vágott hozzá egy asztalt, hogy a török kiszakította az ajtót, és a kunyhó elé esett. Ez a tuskó amennyire lehetett segített a töröknek a látszatot úgy, ahogy fenntartani. A katonák négyen álltak ott fegyverrel, de mielőtt bármit tehettek volna, Vautrien rájuk szegezte a pisztolyát. Aki nem takarodik rögtön, azt lelövöm. Anna van! Az arca piros volt, és vékony bajusza támadóan merett két felé, mint feltűzött szuronyhegyek. Az öreg Potriem minden bogara ellenére férfi volt a talpán, ez látszott. – Csak gyertek ki! – hordította a török szultán a katonáknak. – Jelentünk mindent a századosnak. Kíváncsi vagyok kimerlőni. Maradjatok kin, bemegyek egyedül! – ha maga egyedül jön, nem bántjuk, de adja ki a katonáit, és beszéljen tisztességesen, kiáltotta a potria, mert lelövöm. Nem merjen rá lőni, súgta gyorsan Hopkins, és megrugott lábát tapogatta. Ez az ember a barátom, a fene egye meg. A török belépett. Most magunk között voltunk, a katonák kint álltak, kisé vérzett az arca, meg a homloka, ez aztán a látszat, mondta, diadalmasan úgy bíznak bennem már, hogy azt hiszik, én vagyok a legaljasabb rabló. Ezt bizonyítanod kellett? Nem volt elég rád nézni? kérdezte hitetlen kedvesen ki Alfonz. Aztán bemutatták a török szultánt a tábornoknak. Bulanzsé úr a török szultán, gyanús barátunk. A tábornok, aki eddig a leánya mellett állt, egyik karjával átkarolva az ilyet Ivont, odalépett a török szultán elé. Maga nem az ő emberük? Már nem. Bevallom, azért jöttem Igoriba, hogy ezt az üzletet lehetőség szerint kihasználjam, de most már úgy látom, hogy sajnos a tisztességes oldalon kell harcolnom, ami ritkán jövedelmező. Miért küldték? Ide önt és Levint kérdezte senki Alfonz Ivontól. Kérem, kezdte síralmasan Levin, és harsányan kifújtta szögletes tülökorrát. Itt ne, nem jól főznek. Egy minősíthetetlen burgonyát a szakács feléhez vágtam, <hül> úgy éreztem, hogy teljes joggal a tárgyra ember. A szakács nem bírta kiheverni a sérelmet. Bosszúból kihallgatta a beszélgetésemet Mademoiselle Duronnal, a török folytatta, én a szobám padlóján egy hallgatózó lyukat fúrtam, ez a nyílás a százados előszobájához vezet, ma ott vár a szakács, és meséli egy barátjának, hogy ez a piszok levin összejátszik a leányjal és a három spionnal, akiket a szigetre vittek. De ő most feljelenti. Erre elsősorban levinhez rohantam, szegény megjárta alaposan. Nagy verést kapott. Kitől? Tőlem. Ha már baj van, legalább erősödjön a helyzetem, mert csak a bizalomkeltéssel nyerhetünk. Ha nem teszem a szakács jelentése alapján, amúgy is kiderül minden, de én is gyanús lettem volna ha esetleg. Maga nekem így is gyanús, mondta nyíltan Potrien. Mit akarnak, mondta sértődötten a török. Maguk nem gyanúsak, de valamennyien itt ülnek tehetetlenül. Eddig ezt elismerem, nem lehet semmit rád bizonyítani, mondta senki Alfonz. Azután akárhogy is van, bíznunk kell benned. Egy fontos jelentést a tábornok levelét fogjuk magunkkal vinni. Ha gazember vagy, úgy is hiába. Fütyülök rád! Mindig a magam útját jártam, most is azt teszem, és végül én fogom elvinni a levelet. Ide hallgass, török. Most kezedbe teszem a nyakunkat, mert én bízok benned. Mi kinyomjuk a kunyhó hátsó falát, és tutajjal menekülünk. Azt hiszem, Levin magára számíthatok. Uraim, én önökkel megyek, ha kell a pokolba is. Ehetetlen a koszt. Van, azonban csak rossz ételeket főztek, az még kibírom. De itt jó ételeket rosszul főznek, és abban meg kell halni. Tegnap feladtak egy 45 dekás bécsi szeletet. Elég! Elég, de rossz, mert dohos volt a morzsájuk. A török szultán megrúgta Levint, ezután nem a látszat kedvéért. Lemegyünk a folyópartra, folytatta senki Alfonz, és ahol a Kongó felső szakasza eléri az őserdőt, ott átvágunk a szahara felé. Hmm, ez nem rossz. Próbálj fegyvert, iránytűt és tartalék élelmet ide csempészni. Nehéz lesz? Fenét, nem törődnek itt semmivel. Majd kieszelek valamit. Te is jössz? Én a magam útján járok, ezt jól tudjátok. A leányomat is magukra bízom, mondta a tábornok. Először csalódnék az emberismeretemben, ha rossz kezekbe kerülne maguknál. Amíg én élek, Excellenciás Uram, felelte Senki Alfonz szokatlan lelkesedéssel, addig egy tiszteletlen szó sem érheti Mademoiselle Dyront. És én? Talán még a sírból is előjönnék, hogy védelmezzem mondtam egy remek íróhoz méltó elszántsággal. A hangos filmeket talán hagyjuk későbbre, szólt közbe Hopkins az ő bárdolatlan módján. Most arról van szó, hogy holnap éjszaka útnak indulunk. Nagyon jó, helyeselt a török. Anyagszállítvány érkezik a vasútépítéshez, és ilyenkor általános az űrzavar, nem törődnek majd veletek. Szervusztok! És indult. Várj, mondtam, a bizalom és úgy vágtam szájon, hogy magával szakította az ajtót, aztán nagy robajjal a várakozó katonák közé repült. Ha áldozatok árán is, de a látszatot óvtuk. És valamennyiünk közérzete javult most, hogy rendszeresen verhettük a török szultánt. Délután a tutajt készítettük. A deszkákat egymáshoz kötöztük, és mindenfelől kihúzogatott rozsdás szögekkel is megerősítettük. Hitvány kis tutaj volt, de a túlsó part mindössze néhány méter. Talán addig nem zúzza szét a folyó sodra és a mederből kiálló sziklák. Mit csinálnak, ha a maguk török szultánja nem hoz élelmet és főként térképet? Megyünk, akárhogy is, mondta senki, és ragyogó szemmel nézett a lányra. Azt hiszi talán, hogy eltérítheti tőlem, Ivont? Én majd rajzolok maguknak egy térképet, mondta a tábornok, meglehetősen ismerem a terepet, és mosolygott. Meg kell próbálni mindent a magunk erejéből, mert ha nem tudnák, kérem, én egy Monte Cristo vagyok. Szóval a Düron név sem az igazi? Vagy Monte Cristo a név, és Dülon csak olyan nemesi cím, mint a Vikont? Nem érdeklődtem, mert az ember, ha művelt író, jobb, ha leplezi a tudatlanságát. Estére elkészült a tutaj. Már csak erősítgettük, itt is, ott is. Ivon senki Alfonzal beszélgetett és mosolygott. Az volt az érzésem, hogy felőlem érdeklődik. Igyekeztem kisé felhősen, szomorú, érdekes arc kifejezéssel ránézni, de ez a barom Tuskó Hopkins, aki a tutajt kalapálta mellettem, olyat csapott véletlenül a hüvelyk hogy fölordítottam. Marha! Egy író kezét teszed tönkre? Hát akkor ne bámészkodj, mint valami bágyat pupos teve, mondja ez a közönséges alak. Mit álljak oda egy ilyenne? Most a tábornok szivarcsutkáit gyűjti a látcsőtokba, és bagónak rágja. Milyen műveltsége lehet ennek, aki azt sem tudja, hogy úriember nem vesz fel szivarcsutkát, vagy ha mégis, akkor nem rágja, hanem szívja különben megveszett ezzel a látcsőtokkal. Egész nap fényesíti, zsírozza, mintha disszemlére készülne vele. Levint nem engedi a közelébe, amióta ez kijelentette, hogy finoman cserzett bőrdíszműből szükség esetén tűrhető ragút tud készíteni. Különben is Levinnél a régi bajok ismétlődnek. Ön kicsoda? kérdezte a tábornok, amikor leült közénk. Tábornok úr, jelenti férfias leplezésével a tragikus ténynek, én Levin vagyok, személyesen. Hmm, igen, a finomodorú tábornok kisé zavarban volt, mintha már hallottam volna, de nem emlékszem. Örülök, hogy tréfál velem, tábornok úr, mondja egy kigúnyolt mártír mosolyával. Az Excellenciás zavartan nézett ránk, igazán szégyelte, hogy nem ismeri Levint. Hogy is mondjam, rémlik előttem, de mégis, ha megmondaná. Rajta, urak, fordult felénk öntelt, diadalmas mosolya Levin. Mondják meg ő Excellenciájának, hogy ki is, hát Levin. Valamennyien nagy zavarban voltunk. Végül az őrmester szitkozódva ugrott fel, és rá rivalt Levinre. – Mondja meg már végre, hogy ki maga! Tudja meg, hogy a kutya sem sejti! – Gúnyolódásuk sem sért, az irítséget megszoktam, felelte megvető kacajjal, és hátra simította őszfürtjeit. Azon túl nem szólt senkihez. Egy távoli sarokban ült, gőgösen, elfordított fejjel, és hallgatott. Úgy látszik, hogy sohasem tudjuk meg, ki volt ez a nagyszerű ember. Kénytelenek voltunk lepihenni, mert a fagyú mécs lángja a folyó bogárvilágának zömét a kunyhóba vonzotta, és valamennyiünkről csorgott a vér. A tábornok és leánya sokáig suttogtak a szomszédban. Én nem tudtam aludni. A férgeket már megszoktam valahogy, de Ivon képét szüntelenül magam előtt látom a sötétben. Hogy is írta a második levelében? Vajon ez a nagy író méltónak találna magához? Milyen érdekes ember lehet? Ez a senki Alfonzi sokat forgolódik. Mi bajod? kérdezem suttogva. Semmi. Mond, beszélt rólam? Kicsoda? Ivon? Hát beszélt. Mit mondott? Hogy kedves fiú vagy. És? Mit is? Azt mondta, kedves és szeretetre méltó vagy. De hagyj aludni, mert oda vágok valamit. Dühönket, jó fiú. Tudom, hogy honnan fúj a szél. Engem szeret. Csoda? Reggelre elkészült a térkép. Kitűnő munka volt. A tábornok egész éjjel dolgozott a fagyú mécs mellett a rovarok dacára. Itt a nyílnál könnyen átjutnak a Kongón, ahonnan csak egy rövid őserdei út választja el a szahara délfelé kiszögellő csücskénél, nem az rumba oázist. Kitűnő, ámuldozott senki Alfonsz, ön igazán egy Monte Cristo. – Ki az, hogy folyton emlegetik? – kérdezi Tuskó Hopkins. – Ez a műveletlen. Szégyeltem, hogy ilyen barátom van. – Montekrisztó rab volt Ifvárában – magyarázza Ivon. – Az melyik helyőrség? – kérdezi Potrien. – Márszei közelében volt valaha, ott tartották fogva Montekrisztót és egy öreg abbét. Aki mindenféle holmit készített a cellájában, a lepedőjére írt, az ágylábából vésőt csinált, a szinkszinkben ilyesmi nem fordulhatott elő, szóltam közben, kimélni kellett a felszerelést. Ez régen volt, mondta Ivon. Úgy van, bólintott Hopkins, ez az új igazgató most rendet csinált. És mi lett a fegyencekkel, érdeklődött Tuskó. Amikor Fárja Abbé meghalt, Monte Cristo a halott helyére feküdt, és a tengerbe dobták egy zsákban tettem helyett. Ott aztán felvágta a vásznat, és elmenekült. Ez bizonyára a tábornok apja lehetett, az öreg Montedrón. Ezért mondja a leánya, hogy te egy Monte Cristo vagy. És most, mondta senki Alfonz, itt a Kongó mellett mi újra eljátsszuk a régi történetet. A tábornok úr is elmondhatja majd, ha kiszabadult, hogy tért vissza a halotti lepelből, mint Monte Cristo, és büntetni fog. Megbolondult ez a senki Alfonz. El akarja játszani ezt a történetet? És a tábornok épp úgy tér vissza a halotti lepelből, csak nem akarja a tábornokot lepelbe vagy zsákba varni. Ha a kongóba dobják, megeszik az öreget a krokodilok. Hülyeség. Szerettem volna még a néhai idősebb Monte Dürónról kérdezősködni, de gondoltam nem öröm a tábornoknak, hogy az öreg fegyházban ült, minek feszegessük. Nem? de ez a dolog a zsákkal valahogy nem ment ki a fejemből. Tuskón is láttam, hogy idegesíti valami, oda jött hozzám. Te jónak tartod, hogy ezt az öreg urat a vízbe dobják, kérdezte halkan. Tiszta marhaság senki Alfonstól. Nem értem, miért változtatott az eredeti terven, hogy tutajra ülünk, és a tábornokot itt hagyjuk Potriennel. Ezt mondom én is, egy ilyen öreg urat a folyóba dobni. És hová a csodába ússzon a kongón? Nem is szólva a krokodilusokról. Azt hiszem, mondta Levin, aki mellettünk ült, én értem, hogy mit terveznek. A tábornok bizonyára súlyos beteg, és nem akarják, hogy szenvedjen, hát bebeszélték neki ezt a hülyeséget, most majd kíméletesen áttolják egy zsákban a más világra. Ez elég kézenfekvőnek látszott. A minden itt dörmögi potrien az ablaknál. Ez mit keresett itt? Mi is kinéztünk a Sivár vidékre, egy csónak távolodott a szigettől, és mintha a sovány káplár ülne benne. Ha hallgatózott, elvesztünk, mondta senki Alfonz. Azt hiszem, csak az ennivalót hozta korábban, jegyzi meg a tábornok. Csak ugyan ott volt a nagy batyú a küszöbön. Ettől megnyugodtunk. Itt az ideje, hogy felkészüljünk az indulásra, mondta Potrien. Sietve végeztük a hátralévő munkát. Lassan alkonyodott már. Ideje volt, hogy kifeszítsük a kunyhó hátsó falát, mert a tutajt csak itt lehet vízre bocsájtani. Senki Alfonz ne kifeszült, de meg sem lazíthatta még, amikor kivágódott az ajtó, vagy negyven ember rohant be a félszemű vezetésével, és ránk vetették magukat. Hát mondanom sem kell, hogy keményen védekeztünk. Potrient valaki fejbe vágta egy léccel, Hopkins két emberrel lekaszált nyolcat, és minden keze ügyébe eső tárgyal csapkodta a támadókat. Nekem csak az egyik pad jutott, de senki Alfonza Kunyhó hátsó falát hozta. Hiába, sokan voltak, és egyre többen jöttek. Ivon sikoltva vergődött a félszemű markában, néhány perces küzdelem után ott feküdt tehetetlenül. Még a lányt is megkötözték. Akkor belépett a százados, a félszemű, a főmérnök, a kis sovány és, és a török szultán. Na, jó madarak, mondja a török, segítek nektek a szökésben, ahogy megígértem. Most végre leszámolok veletek. Százados úr, a tábornok zsebében egy pecsétes levél van, amit ezek ki akarnak csempészni innen. Ő maga úszta ki a tábornok zsebéből a levelet, és átadta a századosnak. Ó, uram! de szívesen meghalnék, csak még egyszer a kezembe kerülne a török szultán vékony nyaka és rettentő Ádám csutkája. És most lelőni őket, mint a kutyákat, kiáltotta a félszemű. Én döntök, érted? mondta csendesen a százados, és végigmérte nagyon hidegen. A félszemű elhallgatott. Úgy látszik, a nyájas százados meg tudja alapozni a tekintélyét. Tegnap megint jól beugrattam őket, röhögött a török. Mindig újra beadom nekik, hogy velük vagyok, és csak látszatból kémkedek, erre elárulják a szökést meg a levelet. Szinte szétrobbantam a dűtől. Először a levelet akarom olvasni, mondta a százados idegesen, feltépte a pecsétes borítékot és átfutotta az írást, aztán megvetően mosolygott. Azt hiszi, tábornok úr, hogy ez árthatott volna? Veszélyesebbnek hittem önt. Még ha eljuttatná ezt a levelet oda, ahová szánta, akkor sem érne célt vele. Mindössze magát kellene eltüntetnünk, és néhány gyanús nyomot. Nem, ezért nem lövöm önöket főbe, nincs kivégzés. Elég lesz, ha ezt a tutajt megsemmisítem, mert újabb tíz szál használható deszka nincs ebben a kunyhóban. A tutajt szemünk láttára négy katona elvitte, és a Kongóba dobta. Ezzel véglegesen lezárult mögöttünk az igoriból kivezető út. És éppen a török szultán csapta be mögöttünk az ajtót. Ó, add, uram, hogy egy percre eljátszadozhassam a torkával, azután szívesen meghalok. Gyerünk, mondta a félszemű a századosnak, tudja, hogy várnak az anyaggal. Majd én vigyázok, mondta a török szultán. Százados úr, most már az életemről van szó, mert ha egy pillanatra megszabadul valamelyik a három ember közül, akkor nyomban megöl. Ez tegnap rám támadt, most lekvittelem. Akkorát rúgott belém, hogy csak úgy döngött. A százados visszahúzta. A kegyetlenkedést nem szeretem. Maga itt marad velük, gulanzsé, ha befejezték az áru rakodását, fegyveres őröket küldök át, és ezentúl egy pillanatra sem maradnak egyedül. Nyakukat törik még, meglátja, örmögte a félszemű. Maga rémeket lát a török előúzta a pisztolyát. Lövése kész fegyverrel várok itt, mert ezek megkötözve is veszélyesek. A százados és a félszemű a katonákkal együtt elsietett, és csónakba ültek, láthattuk a nyitott ajtón Na, hogy vagytok? fordult pökhendien felénk a török. Úgy vergődtem tehetetlenségemben, hogy húsomba vágott a kötél. Úristen, csak egy pillanatra letéphetném ezt a rongyot! csodálkozva nézett rám. Hát miért nem szólsz? kérdezte. Aztán eltette a pisztolyát, odajött hozzám, és elvágta a kötelet. Értik? Talpra ugrottam, és ott álltam. Előtte. Most, most lihegtem. Most csúg be az ajtót, mert a folyóról esetleg belátnak a szobába. Ezután sorra elvágta a köteleket. Végül Hopkinsét, és senki Alfonzét is. Hárman álltunk szorosan mellette, hogy mozdulni sem tudott. Potrien reszkető kézzel előhúzta a revolverét. Azt hiszem, suttogta egészen különös arccal senki Alfonz, most nem lesz időd megmagyarázni. Mit van akkor a szátok, kiáltotta durván. Azt hiszitek, félek hármatoktól? és elővett a belső zsebéből egy konyhakés. Na gyertek, a mindenségit! te piszok, mondta Hopkins, és elindult. Na gyere! A tábornok és a leány közbeléptek. Senki Alfonsz cigarettára gyújtott, és hűvösen nézett a szemes arkából. Nyugalom, mondta a tábornok. De csak jöjjenek, lássuk, ezek mindig erősek. Tusko nagyot rugott feléje, mert ketten fogták a tábornok és Levin. Hát beszélj, mondta senki Alfonz. De ne beszéljen ez a piszok, örökte viaskodva a köpcös, mert megmagyarázza, és megint elmarad az agyonverés. Eresszenek! Na, eresszék a mindenit, majd megmutatom, hogy ki a piszok. Nyughasson, viaskodott velem Potrien, tökéletes zűrzavar volt. Csend, mondta senki Alfonz. Szünet támadt. A spanyol szinte nyájasan, suttogva mondta a töröknek. Beszélj! De a minden itt nekem nem mondja senki, hogy piszok, engem még nem vittek rendőrök a fürdőbe. Csönd legyen, mondta senki Alfonz. Egy mozdulat, a leggyorsabb pillantás sem követhette, egy kiáltás, és a török szultán kése nála volt. Beszélj, de gyorsan, nagyon gyorsan. Mit beszéljek? Na, Tegnap este átküldték a káplát csónakon, hogy éjszaka hallgatozzon, ezt a szobán padlóján áthallottam, ott lyukat furtam. Biztos voltam, hogy beszéltek a szökésről, ha én is gyanús leszek vége mindennek. Lerohantam, és beszéltem Kvaszticsal, aztán felmentem a századoshoz, meg kellett előzni a fonált, mert esetleg rólam is kihallgat valamit, azt mondtam a századosnak, hogy tárgyaltatok velem, és én látszólag belementem, mellétek álltam. Elmondtam a szökést, a tutajt. Mit akarsz? Senki Alfonz előtte állt nyugodtan. Arcát a török arca elé tartotta. Szinte szótagolva mondta, és a levél, miért adtad át a tábornok úr levelét? Ezt gondolod? benyúlt a zsebébe és elővette a levelet, öt sértetlen pecséttel, felbontatlanul. Nyolcadik fejezet Ez nagy mutatvány volt. A tábornok boldogan kapott a jelentése után. Ez az! Először életemben láttam, hogy senki Alfonz meglepődik valamin. Hát mit adtál oda? amit már készen tartottam, és gyorsan kicseréltem. De miféle levelet adtál át? Kvasztics írta tegnap azt a levelet, a tábornok tudatja benne, hogy fogva tartják itt, és gyanús neki, hogy túl bánnak a fegyencekkel. Az igaz, hogy a vasút épül, de négerek dolgoznak, és a rabok uralkodnak, azonnal a vizsgálatot kér. Ez nagyszerű, suttogta a tábornok. Így nem tudják a gazemberek, hogy ismerem a csalás lényegét, és bennem maradnak az egérfogóban akkor is, ha maguk szöknek, közben visszajött a káplár, de elkésett a szenzációval. Persze mindent hallott, még azt is, hogy a tábornok térképet csinál, és csülök ellopja Hopkins-tól a tábornok úr végeit, mert itt létére nem akar kérni ilyesmit. Mondtam, hogy ne hagyjuk magyarázni, dühöngött Hopkins, mert még majd kezet csókolhatunk neki. Ha hagyom! De hogy szökhetünk meg, nincs tutaj. Kinek kell tutaj? kérdezte a török, és füttyentett. A másik szoba a hiányzó falán át a víz harsogása, de most halk kiáltással valaki felelt a fütyre. A vízen egy nagy bárka tűnt fel, megrakva mindenfélével, és Kvasztics Fedor, a rovót múltú hajóorvos ült a lapátok mellett. Ivon nagyot sikoltott törömében és megölelte a török szultánt. Most mi volt ez megint? Hogy ismerje itt ki magát az ember ezzel a csavargóval? Félek, hogy egyszer elkésel a magyarázattal, mondta senki Alfonz. A török szultán napról napra több holmit akasztott magára. Sípot, térképet, iránytűt, látcsövet, lepkegyűjtőt és természetesen látcső tokot. Az iránytűt és a térképet nekünk adta, felajánlotta a lepkegyűjtőt is, de erről lemondtunk. Még rakodnak, mondta, most menjetek. Mit rakodnak? Egy kis iparvágányt húztak fel idáig valamelyik hajózásra alkalmas szakasztól, és onnan szállítják az építkezéshez szükséges anyagot, meg minden egyebet, amit Matadiból küldenek. Egyszer havonta jön ez a kis vasút. Siessenek, mondta a tábornok, semmit sem szabad kockáztatni. Otrien levette a kabátját, a török szultán letette a sípját, térképét, lepkegyűjtőjét és látsőtáskáját, hogy szintén ingújra vetkőzzön. Hopkins a lepkegyűjtőt és a látsőtokot nézegette, titok van, hogy esetleg megtalálja a szivarjait, de a török látsőtokjában igazi gukker volt. A csónakot Potrien és a török szultán fogták a cölöpkúnyó oldala mellett, mert a víz sodra iszonyúan erős volt, és kedves krokodilok csapkodtak körülöttünk. A tábornok megölelte a leányt, én szálltam belsőnek. Tusko Hopkins, ahogy megbeszéltük, elvette Potrien revolverét, sőt, magára akasztotta az őrmester katonai érdemkeresztjét is, végül a féltve őrzött üres látsőtokot, amelyben a tábornok szivarcsutkáit őrizte. – Sihestel, hajhár! – ordította a török. Hopkins is a csónakba ugrott, végül Ivon, és aztán elengedték a szorító kezek, megbillentünk, a török a kunyhó szélén állva egy hosszú léccel tolt bennünket a folyó sodra felé, mert evezni még nem lehetett. Végre neki lendült a csónak. Szerbusztok, kiabálta a török szultán, és a felszabadult hosszú létszel négy-ötször úgy vágta a fejbe Tuskó hopkins hogy csak úgy zengett a deszka. – Csak látszott! nyugtatta meg az üvöltő köpcöst. A következő pillanatban a folyó elkapta a csónakot. Alaposan megragadtuk az evezőt, hogy a szűk mederben veszettül csapkodó, rohanó kongó, ne penderítse ki ladikunkat a folyó közepére. Kiálló szírtekbe dövködtük két oldalt az evezőt, hogy elkerüljük a hajótörést, és a part felé irányítsuk a csónakot. A telihold fényében, mint üvegtörmelék ragyogott a sok hirtelen feltűnő pikkelyes fej, amint kibukkan és eltűnik a kavargó örvénygyűrűk között. A sziklák körül magasra felcsapódó tajték tornyok jelezték, hogy ez a világ legzabolátlanabb folyója. Az egyik evező homokzátonyba attól és eltörik a csónak, megfordul a középpontja körül. Senki Alfonz evezője jobbra-balra csap, mint a villám, hogy a másik lapátot is pótolja. Végünk, súgja Kvasztics. Ha kisodródunk a folyó közepére, akkor elvesztünk, de szerencsénk van, nagyot zökken a csónak, megfeneklettünk. Zátony? Nem, a parton vagyunk, de most ellepi a dagály, mondta senki Alfonz. Egy órán belül lefut alólunk a víz, leviszi a csónakot. Feljebb toljuk, neki dől az evezőnek, és benyomja a mederbe a csónak recseg. Feljebb csúszik a homokpadra, még, még. Arányos nyulánk alakja kimagaslik a feszülő evezőn, most megint olyan, mint valami óriási macska, mintha gumiból volna minden izma, izülete. Nem feszül, hanem nyúlik az erőfeszítésben. Nem ismerek hozzá hasonló legényt, rajtam kívül. Visszaül, és mosolyogva Ivon felé fordul. Hogy bírja eddig az utat? Ide felé rosszabb volt a forró szaharán át. Azt hiszem, Visszafelé még forróbb lesz a szahara, felelte Alfonz, és megtapogatta zsebét, ahová hatalmas lepecsételt borítékot tette. Várjuk az apát. Kellemetlen forró éjszaka volt. Az őserdő felől gazdátlannak látszó szempárok villantak meg a sötét háttérből, és harsogott a víz. Közben Kvasztics megismerkedett Levinnel. Engedje meg, nevem! Dr. Kvastics Fedor zongora művész örvendek. A zene akadémiai doktorátust mindig nagyon értékeltem. Nem függ össze a két cím. A zenétől független az, hogy doktor vagyok. Egyetemet is végeztem. Mit végzett még, doktor úr? Kényszermunkát. Ne vegye meg bántásnak, de ön elfelejtett bemutatkozni. Nem mondták neki, hogy én Levin vagyok? Hopkins nyel. Még nem mondtuk, majd most, felelte Gorombán és szárazon odaszólt Kaszticsnak. Ő Levin. Meglepő dolog történt. Kvasztics egy pillanatra felugrott a csónakban. – Ön, Levin, Istenem! – kiáltotta mindkét kezét nyújtva. – Csak ugyan, Levin, ez lehetséges! – Levin könnyes szemmel rázogatta a sápat morfinista orvos nagy, szeplős, pegyhűt kezét. Igen, igen, barátom, én Levin vagyok. Ó, milyen szerencse! És megölelték egymást megkövülten néztük a jelenetet. Kvasztics Fedor tudja a Levin titkot? Hát ez mégsem elme baj. Levin csak ugyan volt valaha valahol más is, mint ápolatlan is falánk. Ó, hogy önt itt kell látnom, siránkozott Kvasztics. A nagy Levint, akiről annyit hallottam, bizony, barátom, felelte Levin, és sóhajtott. Hát mi juttatta ide? Sersi lafám. Soha sem hittem volna. Én sem, sohajtott Levin, és meghatottan szorongatta az orvos kezét. Valamikor másképp indult a pályám. Ő kedves nővére Ruszcsukban lakik még ma is? Miféle nővére? Én árva gyerek vagyok. törség. Maga nem volt a cári balett kosztüm tervezője? Levin felsikoltott, aztán eltaszított a is kezét. Úgy látszik ideg rohamot kap. De hát miféle Levin ön? Elég éretlen tréfálkozásban leli örömét. Nem képes arra, hogy önérzetemben sértsen, mert alantas ösztöneiből fakad. És nem szólt többé. Az éjszakában lassan múlt az idő. Egyre súlyosabb, légtelenebb forróság feszült a folyó fölé. Ködbe mosódott a holdvilágfény, és színezüst sugarak füstszerű, fénytelen sugárzással lappangtak az emelkedő pára tömb között. Izgalmas fél órát töltöttünk a csónakban. Ha felfedezik a szökést, akkor nem menekülhetünk. Egérfogóban ülünk a 45 fokos éjszakai hőségben diderektünk. A csont, a tüdő, a gyomor fázik, az izületek hasogatnak, és zúg a halánték. Hajtsa a vállamra a fejét, és próbáljon aludni, mondja senki Alfonz, és a leány szó nélkül engedelmeskedik. Ez talán az én jogom lenne, de itt a csónakban nem lehet most helyet cserélni. A visszavonuló víz hangosan csobban. Ivon már félálomból felriad, senki Alfonz átkarolja, és megveregeti a vállát. A lány újra ráhajtja a fejét, és elalszik. Lassan virrad, szárazra kerül a hajó. A halott fehérré vált mozdulatlan partot végig, ameddig csak a szemellát krokodilok lepik be nyűsgéssel. Elhatároztuk, hogy az első napon olyan gyorsan megyünk, ahogyan csak lehetséges. Sajnos Levin, de különösen a hatalmas kövér Kvasztics nem bírták az iramot. Viszont Ivon nagyszerű lány. Büszke vagyok a vonzalmára, úgy jön velünk egyenletes gyors tempóban, hogy egy kiszolgált légionárius is megirigyelheti. Gyermekkorom óta sportolok, mondta, amikor dicsértük, bár csak szegény Francis is ilyen lett volna, de ő költő akart lenni. Az írás nehéz mesterség, jegyeztem meg találóan, mint te foglalkozás nagyra hivatott ismerője. Sok műveltséget, fáradtságot és tintát igényel. Délben záporzódult ránk, valósággal fájt a vastag sugarú felhőszakadás, pacskolása, és a harsogásban saját szavunkat sem hallottuk, de mentünk. Levin mindenfelé elbukdácsolt, botlott, zuhant, mert a vízfüggönytől elvakultam. fáknak, bozótnak ütköztünk. A podgyászban található egyetlen vízhatlan ponyvát Ivonra terítettük, és mi valamennyien áztunk a roppant zuhany alatt, amely túlharsogta a hangunkat. – Á, mindenit! – lihegett Levin. – Mikor szerelik fel a légionáriusokat esernyővel? – ha lehetséges is az ilyesmi, még mindig kérdéses, hogy a szökevény rabok és különösen civil tettestársaik számíthatnak-e erre a kedvezményre, üvöltötte a víz moraját túlerülködve Kasztics. Önnel nem beszélek, otromba kigúnyoló. Esküszöm, hogy nem tudom ki ön, és legszebb napja lenne életemnek, ha közölni elég, távozzon mellőlem, ne kényszerítsen arra, hogy ön miatt elhagyjam a dzsungelt. Csak szeretné, jegyezte meg kedélyes ordítással tuskó Hopkins. Estére elértük az első folyókanyart. Az eső egy pillanat alatt elállt, itt a félelmetes ellentétek vidékén mindent az átmenetek hiánya tesz elviselhetetlenné. Alkony nélkül lesz este, mintha egyetlen gigászi lámpa hújna ki az égen. Egyetlen vízhatlan ponyvánkat leterítettük, és a térképet tanulmányoztuk, összevetve a tábornok vázlatát a török szultán katonai térképével. Most körülbelül itt vagyunk, mutatta senki Alfonsz, észak felé néhány nap alatt elérjük a szaharát. Kérdés, hogy forlamiból üldöznek-e? Itt van, mutatott a térképre senki, Alfonsz. Ha szerencsésen elkerüljük forlamit, akkor nem más rumbánál pihenhetünk, nincs helyőrség. Reméljük, hogy több vaj van az igoriak fején, semhogy köröztessenek. Levin ülve elaludt. Kvasztics széles holdvilágarca közömbös és fáradt volt, mint mindig legfeljebb sóhajtott olykor, mert nélkülözte a morfint, amihez Winter tanár mellett ismét hozzájutott. Ha köröznek, vélte Hopkins, baj lesz. Akkor is sikerülni fog, mondta bizakodva Ivon. Senki, Alfonz azonnal lelkes lett. Úgy van, akkor majd kifőzünk valamit. Két tojást, motyogta Levin, aki a főzés szóra felriadt. Három óra pihenés után folytattuk az utat. Élelmünk volt annyi, hogy tíz napra beosztva szűkösen elég legyen, csak erővel is bírjuk. Délben elértük a hidat. Függő, köves anyag volt, korhat és foszladozó háncs fonatokkal erősítették meg, alatta, negyven méteres szakadék mélyén rohant a kongó. Először Ivon megy át, csak egy ember lehet egyszerre a hídon. Ivon bátran elindult középről mosolyogva visszanézett, aztán áthaladt. A híd néhány fonata elszakadozott. – Itt baj lesz! – nem bírja ki ötünket, – mondta Hopkins. – Most átment Levin kísérezgő térdekkel. Ahányszor a híd mozdult, a hajába markolt és felsikoltott, szinte ritmikusan tette ezt. Ő volt az első férfi, akit sikítozni hallottam. Olyan ideges volt, mint több híres filmszínésznő. A híd fonott végei most nem hasadtak tovább. Ki tudja, hány éve nem járt ember ezen a vidéken és ezen a hídon. – Gyerünk! – mondta a Hopkins Kvaszticsnak. – Csak menjetek, én vagyok a legkövérebb, és ha leszakad a híd, akkor szegény lány ott marad azzal a világhírű hülyével. Ilyen fiú volt ez a hatalmas pegyhűt Kasztics, aki, mint egykori hajóorvos, rovott múltja előtt igazi úr lehetett. Egy úr, ha börtön viselt, akkor is úr marad, mert a börtön nem mossa el a nemes lelkűséget. Szemelvény a szerző személyes tapasztalataiból. Hát, akkor először menj át te, mondta senki nekem. De csend, neked Ivon mellett a helyed. Ebben igaza volt. Átmentem, megyenesen, gyorsan. Sajnos láttam a híd közepéről, hogy ismét levált kissé az egyik csomóra kötött hánycsfonat a kavicsos part Ki bírja ezt Tuskó hopkins a tanár urat és senki Alfonzot? Már jön a köpcös. Jól látja, hogy válik le a híd egyik fonala erős szakadással, de jön rendületlenül szuszogva, hegykén félre csapott kalappal, mire átér már csak öt-hat csomó tartja a hidat, és odált vitatkoznak, mit beszélnek annyit. Ivon mellettem áll, a karomat fogja, és a túlsó partra mered. Szent Isten, kvasztics jön, senki Alfonsz előre küldi, ha leszakad a híd, három hét gyalogút, amíg találkozhat velünk egy újabb hídnál. Feszült pillanatok, mint valami szobor, a fák közül egy mozdulatlan antilop fejlesi az eseményeket távolról. A hatalmas ember jön, nyugodt és dőfös járással, a híd szakad, átjött. De csak két fonat csomóra kötött hánycs tartja már a hidat. Ezen nem juthat át ember. Várj, kiáltottam át, majd kitalálunk valamit, és ne! Ugrik. Hatalmas léptekkel, Egy, kettő, három, ez valami földön túl is újtalan futás, ahogy rohan szökelve felénk. Itt van, átért. Ivon úgy szorította a karomat, hogy a veszélyes pillanat dacára boldogan dobban meg a szívem. Szeret! Senki, Alfonsz, épp hogy elkapja, mert a lány megtántorodik. Ivon, nincs semmi baj, mondja nevetve, és tessék erőt venni magán. Ez jó jel volt, velünk a szerencse. De erről majd máskor beszélgetünk, vág bele szokott durvasággal Tuskó Hopkins. Szeretnék már Marokkóban lenni. Tovább megyünk a dzsungel belseje felé, háttal a folyónak, amerre az iránytű pontosan éjszakot jelez. Senki Alfonz és Ivon messze előre mennek, mi kisé hátra maradunk. Azt hiszem, még nem üldöznek, mondja Kvasztics, és az elhagyott folyó felé néz. Tusko Hopkins a bőrtokba nyúl, ettől természetesen semmiféle veszély nem választhatta el. Kivesz egy messze látót belőle. Mi ez? Megtekintem azonnal, ugye ugyanis amíg a török nekivet között, hogy potriennel a csónakot hozza, elloptam a tokját látcsövestől, és ott hagytam neki az enyémet. Ezzel tartoztam a szivarokért, és a szeméhez emeli, de azonnal vigyorog. Ilyen hencegő pasas, nincs üveg a látcsőben, plé darabokkal fedte le a nyílást. Az csillogott messziről, ha a szeméhez vette. Elloptad a török messze kérdeztem. Csak látszatot keltettem. Micsoda? Azt a látszatot keltettem benne, hogy az ott hagyott üres bőrtokom az övé. Így sikerült kicserélnem, és enyém lett a látcső. Neki maradt a sok szivar vég. Mennyi látszat ügy volt ebben a kalandban? Este Ivon lázas lett, hasonlóan Levin, és én. Liderektünk kinin nélkül, mert hát azt nem bírt szerezni a török. Lehetetlen volt a helyzetünk. Én azért mentem, Ivont egy rögtönzött, ponyvából készült hordágyon tuskó és senki Alfonz vitték, ha végképp kifáradt, de Levin mindent elejtett, bugdácsolt, énekelt és állandóan egy zászlóhaj kuktának vezényelt a trópusi láz önkívületében. Vigyázz! Tepsit elő, pulyikát töcs. Kvaszticsot bíztuk meg Levin állandó hurcolásával, ha végképp nem bírt alpra mert itt aztán nem volt megállás. Ha a dzsungelben elfogy az élelem, akkor harangoztak mindannyiunknak. Tüskén bokronát a földön vonszoltuk Levint egy-egy bokájánál fogva, amikor Kvasztics kifáradt ketten. Közben podgyászt is cipeltünk, de mindegy, csak előre mindig a légió jelszavával, ami őserdőben és sivatagban az örök direkció, már sé, ukrövé, menni vagy meghalni. Amikor bejebértünk a sűrűbe, kezdődött a kézitusa a dzsungel tüskéivel, iszalagjaival vastag kúszó rotangokkal, a torony magas torz, elefántcsont vastagságú törzsek alján, örökös félhomályban, ahová sohasem süt a nap, és minden növény kacskaringós, szerű alakzatokban nő, folytogatja egymást a dzsungel özönlő dús flórája összeszövődve, és a megölt ellenfél elsárguló testén végigfut a magas felé, ahol a fényt sejti a süppedő, átható szagú a titokzatos rovarokkal, csúszómászókkal van teli. Verjük, vágjuk az indát, bokrot, összehajló ágakat, hárman, mert ehhez kvasztics is gyenge. Ehhez még egy átlag jó erőben lévő légionárius sem elég, csak három ilyen, mint mi. És ha kivágtuk véres bőrrel, halálos erőfeszítéssel az utat, akkor hurcoljuk magunkkal a többit. Levin már nem szól. Sárga arcán két vörös folt, mint odahullott nagy festékpettyek. Piszkos ősz haja a homlokán át sötét szemgödrére hull, és csak liheg. Egy tisztáson, ahol megpihentünk, Kvasztics a bokáját nézi Levinnek, duzzadt kisé. Ez szívgyöngeség, mondja az orvos, azt hiszem nem bírja már. Hogy jön a szív a bokához? Részeg ez a kasztics? Akkor táborozzunk, mondja senki. És mi lesz velünk, ha elfogy az élelem? kérdezi Tuskó. Mit tudom én? Itt hagyjuk tán meghalni, mint egy kutyát? Velünk volt? Hmm, igazad van. Nem kell soká táboroznunk, mondja csendesen a tanár úr, és tapogatja levimpulzusát. Mi van? Agónia, premortális állapot, szóval elkészült. Ivon távolabb fekszik a sátorlapon dideregve, hopkins valami ismeretlen rovar megcsípte, és most egy nagy kék csomó gyűlik a tarkóján. Senki Alfonz lehúzza Ivon csizmáját és a lábát masszírozza, Köröttünk nyomasztóan szűkre szorul a dzsungel sötét, félelmetesen sűrű alja. Néma, mozdulatlan, titokzatos, sűrű. Így egy deka vajat, suttogja Levin, és nyögve sóhajt. Én, Istenem, a nagy Levin, most ez egyszer jól megégette. A Na, köszönöm. Szinte értelmesen néz körül, csillogóan, fényes, vizionáló szemével és keserűen nevet. Mi van? Cimbora, mondom keserű torokkal. Uram, most nincs semmi. A nagy levin megeszi, amit főzött. Fúj, de, kozmás, egy lett volt. És uram, Istenem! deszertnek. Ezt az elátkozott kongó földet szervírozták. Visszahanyatlik és hörög. Megitatjuk. A szűkös vízadagot most nem méricskéjük, Iszik, amennyit akar. Még a nyakám is lecsulog. Azért mégis furcsán ülünk, még Hopkins is. Na nézd csak, a bogaras vén levén, Annyira a szívéhez nőtt az embernek, miért? Velünk volt. Nagy szó az itt kérem, ha valakire elmondják, hogy velünk volt, benne van minden. Nagyon magasan, a mesebeli óriás fakoronák felett ritkás rész lehet, mert most egy csillag kandikál le, mint egy feleletül a nyomasztó aggodalmunkra, hogy íme, ilyen magas, fényes és örökké egyforma tünemények is vannak felettünk, amilyen a csillag. A csillagok bizonyára valami jó megoldást, boldog, végső meglepetést tartogatnak, ha az élet ilyen céltalan, szomorú, sivár, és főként már fogyóban van. Kasztics felhúzza Levin szemhéját, oda világít a zseblámpával, és egy rejtélyes szót mormol. Metasztázis, és hozzáteszi a másik szaknyelven is. Kialszik a mécsese. Hajnalban eltemettük a kongó mellett az őserdőben levint. A híres nagy levint. És most úgy látszik sírba vitte a titkát, amit gőgös mosolyjal, egy főherceg sértett önérzetével őrzött meg, ha érdeklődtünk. Forlami már nem lehetett messze, és igyekeztünk nagy évben elkerülni az erődöt, pedig fogytam volt minden, és Ivon állandóan lázas, én is didergek a dzsungel nyomasztó hőségében. A leányt Forlamiba kell szállítani, mondja nekem senki, Alfonz, én is azt hiszem. Kvasztics maga szintén nehezen bírja. Vigye el a leányt forlamiba, jelentkezzen önként. Miért kell engem mindig bezárni? Nem lesz baja, ez egy tábornok leánya, mondom Ivon, Monte Duron tábornok leánya. Mit beszélsz? kérdezte senki. Ki az a Monte? ha a tábornok apját ilyen néven dobták a tengerbe, akkor őt is így hívják. Micsoda hülyeség ez? Most Tusko Hopkins is kitört. Én is úgy tudom, te beszéltél erről, amikor a tábornokot majdnem a vízbe dobtátok egy zsákban. Senki Alfonz ránk néz, azután nem szól semmit. Úgy látszik, ő is belátja, hogy igazunk van, csak szeret vitatkozni és oktatni. Maga meg akarta ölni a tábornokot, érdeklődik Kvasztics. Senki Alfonz érthetetlen okból kifolyólag ordítani kezd, ha nem hagyjátok abban nyomban ezt az ostobaságot, akkor fejbeütök valakit. Te mondtad, üvölt vissza, tuskó, Hopkins, ne néz hülyének mindenkit. Senki szónélkül ott hagy bennünket. Persze most kínos neki az eset. A leányt felválta visszük ketten. Nem gyengült le, csak lázas. Ha kinénünk volna, akár folytathatná is az utat velünk. De így nagyon elerőtlenedik a láztól. Vágjuk a dzsungelt, visszük a leányt, és támogatjuk Kaszticsot. Meddig bírjuk ilyen hitvány felszereléssel? Áj, kiáltja senki Alfonz, az indának feszülő kések lehanyatlanak. Emberek! A csoda! Emberek itt a vadonban? De ennek a senki Alfonznak a szeme és a füle igen finom műszer. Várjatok, mondja, és már hasrabukva elkúszik a folyondárok alagútja alatt. Elhúlik jó tíz perc. Ivon látta a jelenetet. Szólni is akart, de ez a senki Alfonz olyan gyors, mint a mókus, vagy inkább, mint a leopárd. Most a lány melkasára szorítja a kezét, mintha szívdobogását folytanál, és abba az irányba néz, amerre senki Alfonz eltűnt. Végre egy zörrenés, előtűnik újra a spanyol. Katonák táboroznak itt, egy műszaki osztag gyakorlatozik, négy sátorral vannak, na és oda viszik Vastics Ivont. Nem megyek, mondja a leány, nincs ellentmondás, kérem, itt én vagyok a tábornok, első a levél. Ivon elmosolyodik. Téved, a levél már jó helyen van. Senki Alfonso zsebéhez kapott, és előhúzta a pecsétes borítékot. Itt van. Az nem a jelentés. Mi alatt maguk az útra készülődtek? Monsieur Boulanger megsúgta nekem, hogy az igazi borítékot ő vette magához. Dermedten összenéztünk. Azt mondta, folytatta Ivon, és mi döbbenten ültünk, hogy ő este a kis anyagszállító vonattal szökik, és a kongó halász kikötőjéből hét nap alatt matadiban van, de magukkal nem akar vitatkozni, ha akarja, az apám elviszi a levelet, de csak akkor, ha becsületszavunkat adjuk, hogy maguknak nem szólunk. Én három napra tettem ígéretet, most már megmondhatom. Senki Alfonsz felbontotta a borítékot, a Levin tanítványai által nyomtatott szakácskönyv hullott ki belőle, és egy levél. Kedves fiúk, én ti nem bízom, se nem senkiben sem bízok, már egyszer nem hallgattatok rám, de erőszakosok vagytok csülög az a beképzelt hülye egyszer már, egy fontos írást ki adott egy hölgy poszorkánnak. Ezért én viszem a tábornok bejelentését, vasút az biztosabb, mint dudaj este. Ha a százados és a félszeműs alszik, én bucolok vasúttal iborvágányon sok szentsét nektek is kiváló tisztelettel jól gidoltam veletek. Úgy ültünk, mintha fejbe ütöttek volna. Kár volt titkolni, én is helyeseltem volna, mondta senki Alfonsz, ha elmondja a török, hogy mit akar, az ő útja gyorsabb és biztosabb. Ivon szeme felragyogott. Boldog vagyok, hogy nem haragusznak. Ez túlzás, mert Tuskó Hopkins úgy rágott egy pálmahajtást, mintha a török szultán nyaka lett volna. Ivon hízelegve megcirogatta züllött és köpcsös társunk gondozatlan állát. Nézze, nem volt már idő újabb vitára. Aranyos Hopkins, maguk nem a levelet viszik, sokkal nagyobb dolgot művelnek. A három testőr feltámadt, hogy odaálljon önzetlenül egy gyenge, szerencsétlen nő mellé. Hopkins a simogatás következtében vörös lett, pislogott és törülgette a verejtéket a homlokáról, hiszen, mondta, nem is azért, de ez a török, ez mindig valami homályos úton járt, ennek mindig valami extra jut az eszébe, és köhögni kezdett, mert véletlenül lenyelt egy darab pálmát. Ha így áll az ügy, mondta senki Alfonz, azt is bevallhatom, hogy nem sok remény volt rá, élve eljutni a levéllel a rendeltetési helyre. Ez biztos, mondta Hopkins. Ezt én is tudtam. Tehát miután a levél nincs nálunk, most valamennyien jelentkezhetünk a katonáknál, és megvárjuk, hogy mit hoz a sorsunk. Azt hiszem, nincs mitől tartanunk, különösen, ha a török szultán simán továbbítja a tábornok jelentését. Magam is így látom, helyeseltem, rövid, de érett megfontolás után. De engem ne áruljanak el, mondta Ivon. Düron tábornok leánya nem szeretné, a társadalmi köreiben híre menne, hogy négy férfival járta a dzsungelt. Mert csak én tudom, hogy a három nemes testőr volt körülötte, és egy lovaktársuk. Lovaktársunk éppen aludt, és kerek feje a mellére csüngve lengett jobbra, balra. Elindultunk kissé kedvetlenül, a tisztás felé ritkultak a fák, simán mehettünk. Egyszerre csak Hopkins oldalba bökött. – Te érted ezt a dolgot a három testőrrel? – kérdezte halkan. Hm, Az úgy van, dühös lettem. – Te nagyon műveletlen vagy, Tuskó, az ilyet tudni kell. – Ezt a trükköt szegény Levintől tanultad. – Azt hiszed, nem tudom? – Azt. Hát jó. A három testőr egy szindarabban fordul elő, ami arról szól, hogy egy nemes hölgy atyát bezárják, és a három jóházból való altiszt összead a zsoldjából kosztra és lakásra valót, amíg az öreget jó maga magaviseletéért a letöltött büntetés harmada után feltételes szabadlábra helyezik, de minden héten jelentkeznie kell a rendőrségen. Ezt a szindarabot azonban te nem ismered. Ezt mondta gúnyosan. Ezt együtt játszottuk. De mi van a gyémántal, amit elhoztak Londonból, meg a zsebórákkal? Az a fő tárgyalás jelenetben van, amikor az atya elé kiteszik a bűnjeleket. Ezt tudnod kellene. Rövidesen egész közelről hallottuk a hangokat, aztán egy poszt lépett elő. Halt! velá? Öt perc múlva ott álltunk az egyik sátorban. Műszakiak gyakorlatoztak ott, két tiszt volt egy kis osztaggal. Huzalokat szereltek a tisztáson, és az egyik pálmáról a másikra telefonáltak egymásnak. A tiszt közömbösen fogadott bennünket, szökevények Igoriból, szegények. Szép kis útjuk lehetett, körözésről nem tud, pedig ő a rádiós tiszt, csak Ivon lepte meg nagyon. – Hogy? – Hogy került hozzátok? – Eltűnt öcsém után mentem, aki Igoriban volt fogoly. Úgy, ön természetesen nem fogoly, parancsol teját, fáradjon a sátramba. Szeretnék a barátaimmal lenni, amíg lehet. Úgy, na mindegy. Reggelre itt leszértük az őrjárat, addig velük lehet. Én nem akarom büntetni őket, úgyis sok bajuk lesz. Nem hittük volna, hogy így ér véget az expedíciónk. Egy kis sátorba kerültünk, és posztot állítottak a bejárathoz. Kaptunk kinint, teát, még cigarettát is, de igen szomorúan üldögéltünk. Valamelyik fáról egy recsegő hang hallatszott. – Halló, halló, műszaki, kiképzőcsoport, Jerome tizedes, Simon a Jutant megbízásából, szökevények jelentkeztek Igoriból, őrizetbe vettük őket – három katona, egy polgári személy és egy leány. Simon, a Zsütan, őrjáratot kérünk, igen. Jól tudtuk, hogy legkésőbb hajnalra itt az őrjárat. És ha a török szultán üldözik, Igoriból kérdeztem, nem mehetnek vonattal utána, mert az egyetlen kisvasúton ő Biztos útja van. És ha sürgőnyöznek és kikutatják, akkor a tábornok jelentése elveszik. Ivon mosolygott. Az a ravac fickó jól eldugta az írást. A látcsövébe tette, és ott lóg a bőrtokban az oldalán. Két csillogó bádog darabbal zárta el a látcsőnyílást. Kilencedik fejezet. Képzelhetik. Tuskó Hopkins csuklani kezdett, és minden csuklás után úgy kimeresztette a szemét, mintha belülről telifújnák levegővel. Előttem elsötétedett a világ. – Mi van magukkal? – kérdezte Ivon ilyetten. – Nem, az örgő, suttogó, reket hang, amelyik megszólalt, nem Tuskói volt, csak az ő szájából jött. – Az írás! – hápogta. – Nálam van! – akkor már valamennyien talpon voltunk, kivon falfehér lett. Senki Alfon szokása szerint nyugodt volt. Üljünk le szépen, reggelig van időnk. Hopkins végy erőt magadon, és mondja el mindent. Figyelmesen hallgatta a történetet a látszat távcsővel és az üveg helyedbe illesztett fémdarabokkal, és megnézted már? Nem. Remegő ujjakkal szedte ki a távcsövet, talán mégsem, egy drámai perc, aztán ott feküdt előttünk a levél, a tábornok jelentése. Nagy csend volt. Ha megsemmisítjük, akkor a bűnösök folytatják azt a bizonyos szörnyűséget, ha megtalálják nálunk, akkor illetéktelenek kezébe kerül egy fontos államtitok, és nem teljesítettük a parancsot. Ivonna kezét tördelte, én vagyok az oka, ugyan kérem, nyugtatta meg senki Alfonz, nincs még baj. Reggelig három ilyen fickó, mint mi, sokat tehet. Csináltunk mi már ennél nagyobb hetszeket, ugye, fiúk? Akárhogy is van, ez az ember tud lelket önteni a társaiba. Kisé visszatért a remény. Hopkins arca újra emberi lett, már amennyire általában az volt. Kérdés, hogy egy embert fejbe tudunk-e ütni úgy, hogy egy mukkot se szóljon, mondta suttogva senki Alfonsz Hopkins idegesen vállatont. Miféle gyerekségeket beszélsz? Úgy ütök fejbe bárkit, ahogy parancsolod. Helyes, Ivon, ön katona leánya, csak akkor érhetünk célt, ha nem válogatunk az eszközökben. Bízhat bennem, nem leszek gyenge. A sátor hasítékán keresztül láttuk, hogy sötét van. A katonák régen vacsoráztak már, és mélyen alszanak a fárasztó gyakorlat után. Bajtárs, szólt ki senki Alfonz az őrnek, ez a szegény leány itt rosszul van. Nagy baj, szuronyus puskás katona lépett be. Mi kell? Senki torkoragatta, az aránylag kis fehér kéz egy pillanat alatt úgy tapadta katona nyakára, hogy pisszenni sem tudott. Nyomban bíbor színű lett, a fegyveréhez kapott, de Hopkins revolverének agya már is koppant a fején. Lehanyatlott. Kvasztics felriadt álmából, meglátta az ájult őrt, és fáradtan körülnézett. Csak menjetek nyugodtan, mondta. Az őrt megvizsgálom, és ellátom kötéssel. Az nem elég, sukta Tuskó. A száját is tömje be, ha már ápolás alá veszi. Senki Alfons magára kapta a katona puskáját, derékszíját és sapkáját, aztán a sátor elé lépett, hogy az őr árnya ott legyen, ha esetleg kinéz valaki. Hopkins és én már tudtunk mindent. Kicsúsztunk hason a sátorból, sötét. Valahol a közös sátor végén lámpa ég, előtte gulában a fegyverek, néha egy-egy felalájáró poszt látszik, senki alfon sziszegve mondja, ha leütöm az őrt, a gulákba rakott puskákhoz azonnal, és elindul az őr felé ez látja az árnyat, azt hiszi, hogy a másik őr oda sétált, senki mögéje ér, szabályosan lecsap a puskatus, nyögés, zuhanás. Már is felrúgjuk a fegyvergulát, és ott állunk hárman, szoronyos puskával a kézben. Csend. A katonák a sátorban nem ébredtek fel nehéz álmúból, legalább tizennégyen vannak, de fegyvertelenek. És mi puskával most figyelj, nem kímélhetünk senkit, de lehetőleg ne halljon meg egy se, azért, ahol egy fejet látsz, üs rá. Mit akarsz? Ezt! Két és elvágta a sátor merevítő köteleit. A hatalmas ponyva lezuhan az alvókra, és senki elfut. Hová? Nincs idő tűnődni, mert az álmukból felriadt katonák vakon vergődnek, itt is, ott is kidudorodik a ponyva alól egy fej, és ahol kidudorodik, oda lecsapunk a puskaaggyal. Hopkins, vagy én. Az óriási ponyva a pánikban egyre jobban köréjük csavarodik, ketten kigurulnak alóla, egy rúgás, egy csapás. Legalább nyolc ember ütöttünk le. Egy altiszt kicsúszik pisztolyjal a kezében, vaktában lő, de már is eszméletlenné teszi a puskagy. Most már hárman is kiszabadulnak, és ott a negyedik rohamkéssel kettőt elintéz a puska agya, az egyik rám veti magát, és felborulunk, ezt oldalról senki Alfonsz fejbe csapja, Hopkins egy jelző póznával lekaszál, mi kettőt, és elfogytak, lihegi a köpcös. Tizenhat ájult, harcképtelen katona feküdt a földön tíz perc múlva. Ez a trükk a ponyvával zseniális volt. Az ellenfél kétharmad részét úgy ütöttük le, hogy biztonságban voltunk. Mindössze egyetlen lövés dörrent, az altiszt adta le az imént. Senki, Alfonz, egy összekötözött tisztre mutat, a földön fekszik. Elmentem a hadnagyért, az külön sátorban aludt. Ez mindenre gondol. Gyorsan csomagoljatok fel vizet és élelmet, és amit lehet, öt összfér is van, most már elsőrangú felszereléssel mehetünk tovább. Van kinin is, bőven, élelmiszer és teherhordó állatok, kötszer, függőágy, sátor és minden, amit a legjobban felszerelt gyarmati hadsereg egy osztaga magával visz az őserdőbe. A maradékot semmisítsétek meg, hogy az üldözőknek vissza kelljen menniük az erődbe befelszerelését, ez 24 órás egérút. Siettünk. Felcsomagoltunk mindent, amit kellett. A kábelt és a húzalt ne dobd el, mondta Hopkins, amikor az egyik összférről le akarom csatolni a szerszámtáskát. Azt el lehet adni, ha éjszakabbra jutunk. Nincs pénzünk. Ez igaz. A táskát tehát dróttal, szögecsekkel, fejhallgatókkal, szerszámokkal meghagytuk, mert Hopkins reméli, hogy értékesíthetjük. Ivon jött rémült arccal, alig bírt szólni, és egész testében remegett. Mi az? Mi történt? Kvasztics! Hebegi fogva cogva. A sátorhoz mentünk, ott ült a tanár úr, ahogy aludt mellére lógó fejjel egy nagy, vörös folttal az inge bal oldalán. Holtan. Az altiszt egyetlen lövése az alvó kvaszticsot találta. Pont szíve. A hatalmas ősz előkelő tanárhoz méltó úri halál volt ez, amelyről az alvó nem is álmodott egy másodperccel előbb, amikor kilőtték az ostoba golyót. Vagy nagyon is okos golyó volt, amely ezt a jobb sorsra született embert álmában is gyorsan átsegítette egy egészen más világba, amely esetleg jobb is, mint a miénk. Ki tudja ezt? Bolond egy dolog, mondtam nagyon szomorúan, mert ezt a finom embert, ezt szerettem. És a többieket is, azt hiszem. Egyet s mást csinált velünk, és mindig csendes, mindig nyugodt és jómodorú. Eltemetjük, mondta senki Alfonz. És hiába volt életről, haláról szó. Hiába tudtuk, hogy menetel már forlamibor az őrjárat, Szépen eltemettük Vasztisot csak úgy, ahogy levint. Egy kicsit álltunk ott csendben, amíg Ivon imádkozott. Lehet, hogy mi is mormogtunk valamit. És Hopkins tömpe vörös orrán megrándult a bőr, mintha viszketne. Megint elhagyott bennünket egy ember, aki hozzánk tartozott. Velünk volt. Mivel rendszeresen szedtük a kinint, és Ivon az egyik összvére ült, gyorsabban jobb kedéllyel folytattuk az utat. Igyekeztünk az időt kihasználni, amíg az erődből érkező őrjáratnak vissza kell mennie élelemért. Ez az üldözés amúgy sem aggasztott bennünket, kis csoportot nem küldhetnek a fegyveres szökevények után, de a rádió elébünk vághat. És a hadsereggel fogócskát játszani a Szaharában nem biztat sok kilátással. Azért csak előre. Lesz, ami lesz. Több mint két hete, hogy úton voltunk. Újabb tíz nap múlva kibukkantunk az erdőből, és megpillantottuk távolból az első dombhullámot. A Szahara. Most jön a sivatagi út a küldetés leglehetetlenebbik része. Hogy fogunk átjutni szerinted a szaharán oráni? kérdezte Hopkins. Mit tudom én, felelte senki Alfonsz. Nem is gondolkoztál a dolgon? Regem, ha mi nagyon gondolkoznánk azon, hogy mit lehet tenni és mit nem, akkor most nyakkendővel kereskedhetnénk valami nagyvárosban, és nem lenne becsületrendünk. Ebben sok igazság volt. Ivon mosolyogva fordult felénk. A három testőr nem gondolkodik, megint kezdi. Kérem, Mademoiselle, nem mondaná meg, hogy mi van ezzel a három fegyőrrel, akiket időnként felemlít, kérdezte idegesen Hopkins. Egy világhírű regény hősei, akik életüket kockáztatták egy hölgyért, olyan emberek lehettek, mint maguk. Hol voltak bezárva? Nem zárták be őket, hanem nagy kitüntetést kaptak. És mindenki énekelt? fejeztem be az írók szokása szerint a történetet. Én ilyesmiben jártas vagyok. Te egy hülye vagy, vélte Hopkins, aztán Ivonhoz fordult, és a gyémánt, a zsebórák meg az ezüstálcák ügyét, amit Londonból hoztak, eltúsolták? Ugyan hagyjátok már abba, mondta dühösen senki Alfonz. Ennek nem tetszik, hogy más ember is művelt az őserdő szélén, de a fák védelme alatt tábort ütöttünk. Távolról feltűnt nem az rumba oázis néhány árva pálmája és hitvány sárkúnyója. Meg kell kísérelnünk, hogy bemenjünk az oázisba, mert tevenélkül nem jutunk messzire a szaharában, mondta senki Alfonz. Valamelyikünk előre megy, ajánlottam. Ha valami baj van, a többi még mindig menekülhet, én megyek előre, mondta senki. Ezt kikérem magamnak, üvöltötte Hopkins. Itt ne játszunk fővezéresdit. Ne képzeld olyan úrnak magadat, hogy csak egyszerűen előre mész. Hát mit akarsz? Húzzunk sorsot! És elővett egy pénzdarabot. Az megy, aki kettővel szemben veszít. És feldobta. Fej, mondta senki, és nyert. Hopkins újra dobott, én is nyertem. A köpszös szó nélkül eloldotta az összvért, amelyen a húzalok zörögtek, és felült rá. Figyeljétek azt a sárga, hegyes tetejű házat az oázis végén. Ha ott megállok és intek, akkor egyik jöhet, nincs veszély. Hopkins elkocogott az összvéren. Idegesen hallgattunk sokáig. Már csak ketten voltunk. Vagy nem lesz baj a köpcössel? Eltelt egy fél óra, a sárga hegyes tetejű háznál semmi. Baj van, jegyzi meg senki, kisé halk hangon. Ivonna zsebkendőjét tépte a fogával. Ha egy óra múlva sem jön elő, akkor nagy ívben elkerüljük az oázist, mondta a spanyol. Itt hagyjuk tuskót? kérdeztem elhülten, mert ilyesmit senki Alfonzról tételeztem fel a legkevésbé. Igen, ha kell, engem is itt hagyunk, és Ivont is. Ha remény van rá, hogy egyikünk élve eljuttatja a levelet a vezérkarhoz, akkor ez az egy teljesíti a parancsot a többiek élete árán is. Vagy más a véleményed? Megint csak igaza van, lassan eltelt az óra. Készülődni, mondta senki, és felállt. Az arca igen komor volt, de habozás nem látszott rajta. Csak a szája remegett meg néha. Elkerüljük az oázist, és szegény hopkins sorsára hagyjuk. Ez keserves élmény, talán a legkeservesebb mindazok között, amelyeket a világ minden táján megértem, mert mi van a magunk fajta embernek más az életében, mint egy-egy igazi cimborája. Hát van ilyen, hogy eladjuk örökre a goromba köpcöst. Nehezen emelkedik a melkasom miatt, felteszem a nyerget az összvérre. Senki a sátorlapot szereli, és merőn néz le a kötélre, a szája vértelen, halvány a bőre. Aztán oda jön hozzám, és a vállomra teszi a kezét, nézzük egymást. Így van öregem, mondja a gyereket. Vállaltuk. Holnap te következel, vagy én. Igazad van. Megszorítjuk egymás kezét. Oda, oda nézzenek, kiáltja Ivon. Aztán senki Alfonz is felkiált. A szahara sárga izzásában, a hegyes tetejű vályokkunyhó mögött tömzsi alak jelent meg, és integet egy vödörrel. Tizedik fejezet. Nem az rumbában aznap különös események játszódtak le. Még ötven év múlva is remegett a törzs elöljárójának a szakálla, ha elmondta egy-egy átutazó csodadoktornak vagy rablóvezérnek. Tíz óra felé egy goromba köpcös légionárius érkezett összvéren, mindenféle szerszámmal a nyerek Balúz, az oázis előjárója éppen hálószobájában pihent, vagyonos ember volt, amit a vak is láthatott, mert fekhelye mellett egy kérődző tevény kívül két kecske, több kakas és egy kos tartózkodott. Nem csekély, mint a gazdaság errefelé. Kora délelőtt egy reszkető tevehajcsár rohant be. Balúz, vége nem az rumbának. Oda az oázis, egy rumi katona eljött, és megöli a pálmákat. Balusz felugrott, és a riadt állatok hangzavarától kísérve rohant a szörny színeire. Amit ott látott, attól kis hiány meghalt. Allah nagy és olykor gonosz csodákat művel, az egyik pálma tetején kövér katona ül, mint valami ruhás majom, két fekete gömblóga fülére egy vaskarikáról, a pálma törzsében nagy szögeket ver, ó, átkozott legyen! És a finom hajtásokat drótokkal görbítette, törte, keresztül kasul, a pálma koronája csupa húzal, és a másik pálmán ugyancsak szög, és drót és fehér holmi, ami a fába szúrva feszíti a drótot. A majmok remegve átkarolják egymást az egyik közeli fán, ilyetten figyelik az eseményt és az oázis döbbent lakossága száját áll. Uram, kiáltja az előjáróda a köpszös Rumi int, hogy hallgasson, és a nyaka alól egy kis fekete tölcsét húz a szájához. Halló, halló, kiabálja, itt a rádió nem az rumba, és a mellékállomások, bemondjuk a lóverseny eredményeket, utána a londoni Savoy Hotel uszodájából hanglemezeket közvetítünk szerény jutalék fejében, ismétlem 11 óra 20 perc. A lakosság ekkor arcra borult és imádkozott. Baluz felszólt a fára. Mit művelsz itt, katona úr? Te vagy a törzs feje, kérdezte Gorombán. Ez nem törzs, uram, és nem fej, mondta beleegyezően. Ide hallgass, azt a pálmát pálmátot ki kell vágni. Egy antennát állítunk fel helyébe. Uram! Csend! Elveszi a hallgatót és figyel. Halló! Az összeköttetést felszereltem. Hopkins műszaki beszél a kettes pálma tetején. Tíz perc múlva közlöm őrnagyúrral, hogy hová küldjék az osztagot. Egy erdei megfigyelő van a közelben. Igenis! Közben Balúz a csendőrökhöz szaladt. Kettő volt itt az arab gumiék testületéből, e pillanatban mezítelenek és alszanak. Uraim, ébredjetek, rumi katona jött és öli a pálmákat! A káplár figyelmesen meghallgatta, te bolond, balúz, ez a sivatagban gyakorlatozó csapatok rádiósa. Most ide is szerelnek vonalat, és nem az rumbának lesz rádiója. De uram, a rádió nem terem datója, nem ad árnyékot nekünk, jobb a pálma. Hiába mondod, mert ez olyan, mint az oltás. Ha nem hagyjátok csinálni, akkor sok katona jön, és mindenkit megvernek. Végünk van. Ezt akkor is mondtátok, amikor mindenkiből kiszivattyúztak egy kis üveggel vért. Most felöltözök, és oda megyek, de észnél legyetek. Hát nem jó, amikor egy katona helyett ötven jön, és gépfegyvert is hoznak. Baluz rohan a fához, a nép közben elszélett, és néhány hegyes karóval tért vissza. A katona kis szögeket vett ki az ajkai közül, és a fába verte, közben dúdolt. Mindenki takarodjon a kunyhóba, hordította Baluz. Ne merjétek a katona urat bántani, mert akkor gépfegyverrel jönnek és ágyúval, jegyezte meg mosolyogva a köpcös, itt áll a két hadosztály az őserdőben. A lakosság eltisztult. A katona fütyörészve lejött a fáról, a legszebb pálmához ment, szakértelemmel végignézte a törzset, aztán elővett a zsebéből egy fél méteres vas éket, és a kéregre illesztette. – Uram! – nyöszörögte Balúz –, Miért éppen nem az rumbában csinálnak a pálmákból rádiófát? Mert az őrvezető egy disznó. Sumbióázist kellett volna szerelni, de azok megvesztegették az őrvezetőt, pénzt adtak ennivalót és tevéket, hogy gyorsan továbbjusson. Mert van ilyen aljas megvesztegethető ember is, és téged, uram, nem lehet megvesztegetni? A köpcsös szeme villant egyet, és szembefordult baluzzal. Azt próbáld meg! Én nem tettem még ilyet, mindegy. Azért csak próbáld meg. Menni fog. És ment. Volt némi készpénz is, ennivaló, teve. Jól van, akkor tovább megyünk. Csak katonás búcsúzkodást kérek. Az milyen? Meghajolsz kelet felé, és a rádiósnak pálinkát adsz. Érdekes, felelte zavartan. És mi történik azzal, aki nem ad pálinkát? Úgy szólván semmi. Hozzávágnak egy vödröt, meg ilyen. De megölni nem szabad. Balúz elsietett, és egy fél liter pálinkával tért vissza, amit a katona egy hajtásra kiívott. Nagyon jó. De is kell több kóstolót adni, ennél maradok, mondta, és megrugdosta az előjárót. Aztán jött a csendőr. Mit kíván? Ezt a rádiót kellett volna felszerelni, egy másik műszakival jöttem. Ő az erdőben várja, hogy meglegyen az összeköttetés. A csendőr figyelmesen nézte a húzalók zagyva hálózatát, ismerte az ilyesmit. És mit tegyek, uram? ajánlkozott a csendőr szolgálatra. Énekeld el velem együtt, hogy Párizs diéd a szívem! Néhány hangtól eltekintve a dalt. Aránylag rövid idő alatt megtanulta az őrmester, de mivel oktatás közben szintén részeg lett, ő is belerugott néhányszor az előjáróba, később megérkezett a műszaki katona társa, és ez is nagyon jó kedvű volt, bár a törzs előjárót ő is sokat rugdosta. Ez úgy látszik szokásba jött. Aztán ittak, és énekeltek hajnalig. Allah nagy, Hajnalban gyors ügetéssel igyekeztünk tovább, hogy a nagy forróság beállt előtt sokat haladjunk. Tevén folytattuk az utat, négy tevét kaptunk a rémült lakosságtól. Tuskó olykor énekelt, senki olykor fejbe vágta. Mi volt? – kérdezte. – Rizses hús és pálinka. Kisé nehéz volt Tuskó Hopkinszal beszélgetni, mert lépten nyomon énekelt – Minek iszik az olyan ember, aki nem bírja a szeszt? Énekel és nevet. Beszélj, mi volt? Köröznek? Alig bírt felelni a nevetéstől, csak integetett, míg végül kinyögte. <laughs> Végünk! Te, én lelöklek a tevéről, és téged is. Ez nekem szólt. Eszembe jutott a szép párizsi óta, és harsányan daloltam. De ez a senki, Alfonz, olyan ideges. Pedig hát igazán nincs ebben semmi. Az ember dalolgatta a szaharában, és ha eszembe jutott a kecske szakálos előjáró, hát nevettem. Komikus figura. Végül is, amikor senki Alfonsz már revolverrel hadonászott az orrunk előtt, elmondtunk nagyjából mindent. A csendőröknél már láttunk egy jelentést, amivel ezek nem nagyon sokat törődtek, hogy valahol az őserdőben hihetetlenül vakmerő támadás történt. Három fogoly szökevény lefegyverzett egy szakasz légionáriust, és elszökött a fölszerelésük nagy részével húsz ezer frank jutalom annak, aki élve vagy halva kézre keríti az elvetemült frátereket. A jelek szerint a sivatak felé menekültek, különös ismertetőjel egy hölgy is van a társaságukban ez súlyossá teszi a helyzetet, mondta senki Alfonz. Reménytelenné, sóhajtott Ivon. Remény mindig van, vigasztalta igen kevés meggyőződéssel a lányt senki Alfonz. Közben a nap közeledett a pályáján a déli magassághoz, és a perzselő hőség elviselhetetlen lett. Szemünket kínzó ingerelte a sárga porvízfénye, és végig sehol egy folt, amely változna, egyforma kékes-fehér ég, a látóhatárig vonuló drapszínű hullámok, és a nap rekkenő gyilkos sárgás izzása. Egy homokdomb bárnyékában megpihentünk. Kitettük az iránytűt és a térképet. Most körülbelül itt vagyunk, tíz mérföldre nem az rumbától, mutatta a térképen senki Alfonso. Ha keményen haladunk, reggelre elérhetjük az umbárt, itt majd ismét kitalálunk valamit, hogy vizet és élelmet szerezzünk. De ebben az oázisban már elfogják azt, aki bemegy maguk közül. Majd talán éjjel valahogy. Hallgattunk. Nem sok remény van arra, hogy átjussunk az umbáron. Elkerülni nem lehet. Víz kell és élelem. Itt éjszakra egy oázis van helyőrséggel, magyarázza kitérően senki Alfonz, Bugabendi erőd, ezt kikerüljük, és Kolombesárnál már vasút van. Csak nem akarsz az afrikai vasúttal menni, ámuldozott Hopkins. Nem bírjuk ki másképp, és egy gyors pillantást vetett a lányra. Az Atlaszon is át kell mennünk, majd megkíséreljük okosan. Elég erős, Ivon? Ó, teljesen jól vagyok. Akkor tovább megyünk. Jobb, ha a déli hőségben haladunk. Nehezebb, de az üldözők éppen ilyenkor pihennek. És a hatvan fok feletti gyilkos napon ügettünk tovább. Most már egyre óvatosabbak voltunk. Senki Alfonz állandóan előttünk járt, Tuskó kisé lemaradt, négy tagú karavánunk, mint valami előírásszerű menetoszlop, elő- és utóvéddel folytatta az utat. Miután én középen voltam, beszélgethettem Ivonnal. Ismerem a barátomhoz írt levelét, mondtam velem született megnyerő szerénységemmel. Igen, akkor nagyon kétségbe esett állapotban voltam. El tudom képzelni, végre is művész vagyok, akiben sok a megértés. Igazán? Valamilyen hangszert játszik? Tessék, ez megint valami leplezése az érzelemnek? Kedves Ivon, felesleges, hogy érzelmeit leplezze mondtam azzal a szárnyaló egyszerűséggel, amit kollégáim csevegésnek neveznek műveikben. Nekem Senki Alfonsz, megmutatta az ön második levelét is. De hiszen én csak egy levelet írtam, azon kívül, amit Thorznak címeztem bocsánat, de talán nem jól emlékszik, egy második levelet is írt senki Alfonznak, amelyben rólam tesz említést a művemről. Igen, igen, mit is festett, Mr. Fowler? Én író vagyok, azt hittem, hogy ön tudja ezt, Ivon. Csodálkozó kerek szemekkel nézett rám. Nem, igazán nem tudtam, Ördög és pokol. Éppen azon voltam, hogy senki Alfonszhoz rúgtassak kérdőre vonni, amikor Hopkins nagyot kiáltott, lehasaltatta a tevét, és ő is a homokba dőlt. nyomban követtük példáját. Valamit láthatott. Idegesen hasaltunk a porban, tevéink mellett. A távoli dombok mögül most előtűnt egy csapat spáhi. Gyorsan elszórt rajvonalban ügettek, a vezetőjük távcsővel kutatta a szaharát, ezek bennünket keresnek. De elég messze voltak, és idejében észrevette őket Hopkins. Megúztuk. Amikor az utolsó spáhi is eltűnt, senki Alfonsz azonnal nyerekbe ült. Siessetek! Most nagyon gyorsan nyargalunk egy órát, hogy mire ez a csapat visszaér, mi már túl legyünk a látóhatáron. Helyes! Örjítő iramban erőszakoltuk a tevéket, majdnem egy teljes óráig egyszer csak Ivon előre dőlt a nyerekben. Áj! Hopkins még idejében elkapta, különben lezuhan. Elájult. Csoda, hogy eddig bírta. De már túl voltunk a csapat visszatérő útján. A leány aléltan végig dőlt a porban, dörzsöltük a kezét, lábát, rumot töltöttünk a szájába, és nem takarékoskodtunk a maradék vízzel, borogatást kötöttünk a fejére. Vagy lesz mód ellátni magunkat az umbarnál, vagy úgyis vége. De az umbar még messze van, és igen kevés víz maradt. Fiúk, a délután folyamán egy-egy kort jut rátok, mondta senki Alfonz, miközben a leány aludt. Ezt a teljes kulacsot Ivonnak tartalékoljuk. Nehéz lesz, de majd csak kibírjuk. És te? Én majd bírom víz nélkül is, ezt kikérjük magunknak, ordította Tusko Hopkins. Itt nem lehet hencegni, te se vagy több, mint mi, vedd tudomásul. De ha nekem nem kell víz, akkor a terészedet a homokba öntjük, dühösködött a köpcös. Én meg nem iszom, az biztos, mondtam mérgesen. Így aztán ő is kapott a vízből. Hamar elfogyott. Ivonnak fogalma se volt róla, hogy már csak az üres kulacsot emeljük a szánkhoz a hőségben, mert nem akarjuk, hogy rájöjjön az igazságra. Pokolian szenvedtünk, de a lánynak még egy teljes fél liter vize volt, amikor feltűnt a távolban az umbar oázis barátságos, sötétzöld pálmafoltja. Már alig suttogtunk, mert bedagadt a torkunk, és felhasadozott a nyelvünk, de azért időnként a Szájunkhoz emeltük az üres kulacsot. Este itt letáborozunk, mondta idegenszerű érdes hangon senki Alfonz. A leány frissen leugrott, de mi lassan kászálódtunk, és a kulacson véletlenül leesett, de úgy, hogy elgurult a teteje, a víz kiáltott Ivon, és utána kapott, de csodálkozva látta, hogy semmi sem ömlik a porba. Tágra nyílt szemmel felemelte a kulacsot, mi nem mertünk egymásra nézni. Bedugta az ujját, és megtapogatta a zománcot, persze csontszáraz volt. Ránk nézett ezzel a meleg, szomorú pillantásával, a szeme lassan átnedvesedett. Maguk nekem adták az egész vizet? Hát, ez csak annyiban, mondtam, ugyanis nem jutott eszembe semmi. Megfogta két kézzel a kezemet, úgy nézett. Ezt hogy lehet leróni valaha, amit maguk tesznek, értem. Senki Alfonz egy tevenyereggel babrált, és Hopkins valami olyasmit mondott, hogy majd alkalmilag benyújtjuk a számlát, és dühösnek látszott, de Ivon odament hozzá, és megfogta a gondozatlan borostás arcát. Maga igazi lovag és testőr, akármit morog. Ezt kikérem magamnak ezekkel a testőrökkel folyton, kiáltotta. De Ivon megcsókolta hirtelen, mire a köpcös tűzpiros lett. És csuklani kezdett zavarában. Tizenegyedik fejezet Este valahogy be kellett osonni az oázisba. Most nem került sor fej vagy írásra. Nem a szrumbánál Tusko Hopkins vállalta a nagy kockázatot, tehát rajtunk a sor senki Alfonsz meg én, tesszük majd tiszteletünket. Hopkins ezt először igen erélyesen kikérte magának, egyszer is mindenkorra, de aztán mégiscsak belenyugodott. Ivon odajött és átölelt engem. Vigyázzanak! Erre most nincs időnk, mondta senki Alfonsz, gyerünk! Megnéztem, hogy rendben van -e a revolverem, ez alatt senki megcsókolta Ivon kezét. Egy teljes percig tartott a jelenet, és a leány végig simított a haján. Oh, – Hó, oh, erre van időnk? Amikor az oázis felé mentünk, szóvá tettem a dolgot. – Mond, mit meséltél te nekem Manszonban? Ivonról, meg egy levélről, amiben rólam ír? – Hogy én, tesék? – Azt mondja, hogy csak egy levelet írt neked. – Igazán? – kérdezi meglepett csodálkozással. Na hát, ezek a nők. beszényíltan, nyíltan, becsaptál, rászedted a barátodat? Ostoba vagy. Azt hiszed, Ivon, az a fajtájú leány, aki első pillanatban beismeri, hogy érdekledőt? Micsoda? Író létedre tudnod kellene, hogy az úri hölgyek mennyire tartózkodók. Író létemre ezt természetesen jól tudtam. Azt képzeled, hogy azonnal bevallja a szerelmét és a nyakadba borul? Tudd meg, hogy ma délután heves szemreányásokkal illetett, mert kifecsegtem féltett titkát. Igazán? Igen, nem szép tőled, hogy ezt a vallomását ilyen indiszkréten firtattad. Szégyeltem, hogy mindezt senki Alfonsztól kellett hallanom, magamtól is rájöhettem volna, ilyesmit egy írónak tudnia kell. Gondolod, hogy kacérkodik velem? Azt nem, de szeretne kiismerni, mielőtt a szívébe fogad. De mintha veled olyan kedveskedő volna. Szép kis író vagy, még sohasem hallottad, hogy egy nő féltékenyé akarja tenni, akit szeret. Ha engem szeretne, akkor hozzád volna kedves. Ez igazán kézenfekvő. Most már hasaljunk le, ajánlja senki Alfonsz. Nagyon közel vagyunk a sivatag éjszakai csendjét, csak az oázis körül ólálkodó hiénák undok sikoltozása verte fel, amint itt is, ott is előtűntek, kettesével, hármasával ügetve. Azumbárban úgy látszott minden csendes. Valahol egy műezzin üvölti az éjféli szúrát, elérjük kúszva az első sárputrit. Óvatosan, a falhoz lapulva megyünk tovább. A szomszédos kunyhó előtt egy arab ül és mormol valamit. Egy hangúan folyton mormol és időnként arcra borul. Te, sugja a spanyol, itt halott van a házban. Na no és? Akkor lehetne valamit csinálni, de biztosat kell tudni. Belestünk az oldalablakon. Mécs lógott a tetőtartó gerendáról, és az asztalon egy koporsó feküdt. Várj! Csak ennyit mondott, és szokása szerint nyomban cselekedett. Bemászott az ablakon, én a falhoz lapulva a kunyhó másik falába vágott ajtót figyeltem. Az ajtó előtt ült az arab, és imádkozott, ha megfordul, hogy a házba menjen, akkor leütöm. De ez vén ember volt, és senki Alfonsz kisebb zajtűt, mint egy lopózó macska. Néhány perc múlva valaki megérintette a vállamat. Egy burnuszos alak állt mögöttem. Már éppen ütni készültem, amikor a halovány éjszakai világításnál felismertem senki Alfonszt. Mi ez? A halott burnusza, mondta. Az elmondottak után nem hihetik, hogy sok csillapítószert használtam a életemben idegesség ellen, de most megborzadtam. Remélem, súgja senki Alfonz, nem nyitják ki többé a koporsót, és azt is remélem, hogy nem volt fertőző beteg a néhai. De ha Pest is es lett volna, akkor sem volt más választásom. Mit remélsz ettől? Látod ott azt a kis zászlót, az a csendőrség. Onnan szerzünk mindent, ami kell, hasaj le és várj. Ott hagyott. Mit tehettem volna más? Lefeküdtem a földre. A spanyol kopogott az ászlós kunyó ablakán, rövidesen megjelent a csendőr. Uram, siránkozott senki valami furcsa arab tájszólással. Hat mérföldet futottam idáig, az egész karavánt leülték, azt hiszem senki sem él rajtam kívül, én halótnak tetettem magam, és addig feküdtem, amíg eltűntek a rablók a messzeségben. Hey, Baldur, az én! – kiabált hátra az arab csendőr, aztán senkihez fordul. Kik voltak a rablók? Beduinok, én félvél vagyok, de a többi mind arab, akit leültek. Közben kijött a másik két csendőr álmosan. Támadás történt a sivatagban, Baldur, te velem jössz. Hol van az a hely? Hát, mérföld innen keletre a vadinál. Tudom már. Két arab csendőr ellátta magát élelemmel és vízzel, tevére kapott és elvágtatott kelet felé a vadihoz, amit senki Alfonza térképen látott, hogy megnézzék, éle még valaki a karamán lemészárolt tagjai közül. A rablóktól nem kellett tartaniuk, mert ezek sohasem térnek vissza a végrehajtott támadás színhelyére, ahol a holtak lelkei tanyáznak. – Honnan jöttetek? – kérdezte a hátra ott csendőr. – Timbuktúból. – felelte senki. Ó, uram, adj nekem egy pohár vizet, és hogy lepihenni. Gyere be, kaphatsz vizet oda venni, és egy pokrócot is. Bementek a házba. Gyorsan utánuk siettem. Mire beléptem, senki Alfons már kötözte az alérdugumijét. Siessünk, mondta. Miért? A két csendőr hajnalig nyargal oda, és délután lesz, mire visszaérnek. De addig messze akarok jutni. Szedj össze, ami élelmet találsz, és tölts meg két tömlőt vízzel. Nézd, meglepettem, mutattam egy sárga újságra. Az első oldalon rólunk volt szó. Ott áll a nevem, hatalmas betűkkel, de nem mint írót említettek. Vagy tíz nagy cím volt a hír felett. Három ember a gyarmati hadsereg ellen. A műszaki osztag vakmerő támadóit nem sikerült elfogni nem a szrumbánál példátlan szélámossággal felszerelték magukat. Három képviselő interpellációt jegyzett be. Húszezer frank jutalom a kézre kerítőnek. Elfogták őket? Ilyetten olvasni kezdtem. Szent Isten, csak nem fogtak el bennünket. De nem. Megnyugodva értesültem, hogy ez még nem történt meg de a hírlap olyan gúnyos hangon írt a gyarmati hadseregről, amely három kalandorral szemben tehetetlen, hogy nagyon elkeseríthette a szaharai karhatalom illetékeseit. Hát ilyen port vert fel az ügy. Még a gyarmatügyi miniszter is nyilatkozott, hogy nem nyilatkozhat addig, amíg a vizsgálat anyagát várja. Valami recseg. Mit csinálsz? kérdeztem. A rádiót összetörtem, van leadójuk, ez már külön is, mint nem az rumba. Azt elhiszem, mondom, itt a csendőrök rúmot is isznak. És eltettem az üveget. Senki Alfonz ruha fegyvert és mindenfélét kötött egy batyúba. Gyerünk, egy előre, én még körülnézek, mondta senki, de nem akarom, hogy a leány és Hopkins aggódjanak, azután a köpcös szomjas lehet. A ház mögött kiegészítettem a holmit két tömlő vízzel, felraktam mindent a tevére, és a sűrű felé vezettem az oázisból. Rövidesen ott voltam a táborhelyünkön. Tuskónak még a tevéről nyújtottam a rumot, fél üveggel azonnal felhajtott. – Ez kissé megnyugtat, – mondta elégedetten. Ivon görcsösen megragadta a karomat. – Hát mégis szeret. – Hol a barátja? – kérdezte izgatottan. Csak ugyanúgy tesz, mintha senki Alfons érdekelni. Semmi baj, azonnal itt lesz. Hol szereztétek a tevét? kérdezte Hopkins. Kidoboltattuk éjjel, hogy akinek eladó tevéje van, az jelentkezzék, mert szökött légionáriusok érkeztek. Hülye! elhallgattunk. Az oázis felül egy tevés alak közeledett, és több teve követte. Bizonyára ő az, de nem gomb a sötétben. Egy gumié közeledett. Hopkins és én egyszerre rántottuk elő pisztolyunkat. Lehasalni, lehasalni, kiáltja Ivonnak a köpcös, de a lány felsikolt, ő az. Tegyék le a fegyvert, ő az, igen, ő. Most már mi is felismertük, senki Alfonz volt a gumié. ha -hó. Egyenesen Ivonhoz rohan, amikor leugrik a tevéről, mind a két kezét megcsókolja. Ivon nevet, és a könnyei jönnek, igazán jó lelkű leány. Ezt honnan szedted, kérdezi Tusko Hopkins az egyenruhára. Levetkőztettem a gumiét, mielőtt a takarmányverembe tettem. És most? Ha előbb jutunk timba mint azumbárból az átutazásunk híre, akkor remélek. Ön könnyen lehet. Délben érnek vissza, és nem jó a rádiójuk. Ha reggel elmennek a legközelebbi oázisba az üzenetet leadni, az legalább két nap. Én is ebben bízom. Jöjjön Ivon, csüggett vagy bízik? Egyiket sem. Csak azt tudom, hogy maga mellett a pokoltól sem félek. Illetve maguk mellett. Bizonyára kizárólag rámértette ezt, de nem akarta megbántani őket. Finom lélek napszáltáig pihentünk a sivatagban, és pedig légyelhárító táborozással senki alfon szabadalma a sűrűn feltűnő vadászgépek ellen, amelyek bennünket keresnek és rádió összeköttetést tartanak fenn az üldözött csapatokkal a légelhárító táborozás így történik, leterítünk magunkra egy ponyvát, amelyet vastagon beszórunk sivatagi porral, ugyanígy teszünk a tevékkel, kisé kényelmetlen, de amikor alacsonyan felettünk elbúg egy repülőgép, olyankor nyugodtak vagyunk. A pilóta csak sárga homokot lát. Éjszaka aztán őrületes vágtatásban tovább két vezeték tevénk volt, és így folyton kicserélhettük a kimerült állatokat. A víz és az élelem bőségesen kitartott versenyfutás egy csendőrrel, aki valamerre útban van, hogy rádió hírt adjon le rólunk. Ivont, akármilyen erős leány volt, az út alaposan megviselte. Nem szokta meg, hogy így vágtasson, de most tartania kellett magát. Csak egy kicsit még, suttogta senki Alfonz, még. – Bírom, liekte félig ájultan. Az utolsó mérföldet úgy tettük meg, hogy két oldalt támogattuk a nyerekben, ha megbillent. De másnap hajnalra feltűnt Timbak. Ivont leemeltük a nyerekből, végigfektettük, és az arcát mostuk. Ettől magához tért kisé, de teljesen kimerült. – És most? – Eh, elsősorban lekefélem magamat, felelte Alfonz, kiderült, hogy ruhakefét is hozott a csendőrtől, akit elhelyezett a takarmányveremben. Ritka, szép szál csendőr volt ez a senki Alfons. még talán én se lettem volna különb az egyenruhában. Most veszélyes játékba fogunk. Minden attól függ, hogy mikor tért vissza, és mennyi ideig tartott, amíg a két csendőr rádióhoz jutott. Beszélj! Üljetek le, Ivon igyon néhány csepp rumot, és figyeljen. Senki Alfonz elmondta a tervet, és mi szótlanul ültünk sokáig. Ez volt a legkockázatosabb terv, amelyet valaha megkíséreltek ebben a világrészben. Timbak oázisban nagy szenzációra virrat a lakosság. Hajnalban megjelent egy szép szál gumjé, és megkötözve vezette a három szökevényt, akik már napok óta izgalomban tartották a világrészt. Micsoda szerencsés fickó! A kimerült legionárius szökevények megadták magukat. Önként jelentkeztek a portyázó útját végző sivatagi csendőrnél, most megtörtén szomorúan ülnek a csendőrtanyán, ahol Timbak öttagú tagú helyőrsége teljesít állandó szolgálatot. Az egyik szökevény még fiatal suhansz, a másik a körözvényekből unalomig ismert köpcös kisember, a harmadik okos, csinos arcú fogoly, az írókat annyira jellemző felhős méla búval a homlokrán. Az oázis népe, húsz főnyi arab lakosság oda csődül az ablakhoz. A híres szökevények csendben szomorúan ülnek. A köpcös megtörtem fordul a káplárhoz, pálinkát kér és valami szivart Isten nevében. Adnak neki, hisz nem haragszik itt rájuk senki. Szegény, bolond légionáriusok, lesz nekik úgyis nem ulas az erődben. Szerencsés fickó vagy, mondja a helybeli kövér csendőr jóképű kollégájának, aki a szökevényeket hozta. Hol van a leány, aki a körözvényben szerepelt? Azt mondják, meghalt két nappal ezelőtt. Na, no, az nem csoda. Hát, ezt jó kifogtad. Lehet egyszer húszezer frankja a szegény csendőrnek is. igyatok fiúk, van itt vendéglő? Egy lóarcú beduin jelentkezik az ablakból. Én vagyok a vendéglő, Rumi ura. Van a sátramban egy kosaras üveg, Ráki nevű pálinkával. Ide vele! Addig lépj érintkezésbe helyőrséggel, mondja az egyik csendőr társának, a kövérőrmesternek. Igaz. Parancsunk van, hogy minden adatot a szökevényekről jelenteni kell a legközelebbi erődnek. Közben a köpcös a másik helybeli csendőrhöz fordul, és valami ennivalót kér, ha Istent ismernek, de elkínzott sóhajtással hozzátette, hogy hideg juhúst nem eszik. Adnak szegénynek majd ótorírban megjön a bőjtje. Itt a pálinka, kiáltotta a vendéglős, aki olyan volt, mint egy ló. Így jönk biztatja kollégáit a szerencsés. Aztán közölték az erőddel, hogy a három szökevényt egy csendőr megkötözve behozta Timbakba. Az erőd parancsnoka gratulált, és elrendelte, hogy azonnal indítsák útnak megkötözve a foglyokat. Ha sietnek, estére odaérnek. A foglyok megtörten ülnek, hallják a beszélgetést, nem szólnak. A köpcös Isten nevében egy napi lapért könyörög, de az őrmester sürgetve kiabál. Gyerünk, gyerünk, előre! Azonnal tevére szálltak, és az alaposan megkötözött foglyokkal indul a menet. A szerencsés csendőrön kívül a kövér őrmester, és két közlegény kíséri a rabokat. A lakosság ünnepli őket, és kendőket lobogtat. Az üveg pálinkát megvették a vendéglőstől, aki egészen olyan volt, mint egy ló. Pokoli hőség volt, de a csendőrök vidáman beszélgettek. Nagy nap ez. Még itt a kis néhány pohárral útközben, és az őrmester egy opera árját énekelt különleges baritonyán. A köpcös Isten nevében kérte, hogy ezt ne tegye. Kutya egy forróság, mondja az egyik, nem csoda, hogy az a leány meghalt nem is sejtette, hogy az egyik megkötözött rabot mögötte a leány. Ivon helyettesítette senki Alfonzot. Pihenjünk egy órát, mondta a szerencsés gumié, legalább amíg a dél elmúlik. Sietni kell, jegyzi meg kevés szigorral a káplár. E? Délben még a katonák sem menetelnek. Leszálltunk a tevékről. Senki Alfons, a szerencsés portyázó hozta a pálinkás üveget, és amíg a három csendőr elfordult, beleöntött egy keveset a szúnyogcsípés ellen használt ammóniákból. Pedig a ráki úgy is elég erős ital. Táborozás közben aztán ettek, és bőségesen itták a pálinkát. Csak senki Alfons töltötte ügyesen a porba az övét. Este a három gumié jelentkezett ótorírban, az erőt parancsnokánál, ott volt a három szökevény is, aléltan hortyogtak. Egyiküknek a szája habzott. Így találtam rájuk, monkomanda, jelentette a káplár, valószínűleg csak pálinkájuk volt már, és kínzó szomjúságukban kiitták. Átadta a foglyok iratait. Minden egyezett. A három szökevény igoriból. A katona orvos szerint alkohol vagy más mérgezésük van. Legalább 24 óra, amíg kihallgathatják őket. Deréklegények vagytok, ez a három ember sok gondot okozott nekünk, mondta a parancsnok, megvendégelték a három csendőrt. Még a tevékre felügyelő sápat kölyöknek is adtak vacsorát. Azután kifizették a jutalmat nekik, húszezer frankot, és a csendőrök sietve indultak vissza Timbak felé. Egy dombhajlás mögött, de ezt már nem láthatták az erődből, a csendőrök leszálltak a tevéről, és táncra perdültek. Ilyen még nem volt a szaharában. Körbe táncoltak, nevetgéltek, ölelgették egymást, sőt a tevehajcsárt is, és ugrándoztak, mint a bakkecskék. Azután nyerekbe ültek, és sebes galobban nekivágtak a sivatagnak. 24 óráig nem keresnek, az biztos. Addig a részek csendőrök, akiket saját ruháinkban kiszolgáltattunk az erődnek, aludni fognak. Sebesen ügettünk, legalább Kolombesáron, az első jelentékeny helységen túl legyünk, úgy, hogy elláthassuk magunkat mindennel. De a fáradt tevék egyre kevésbé bírták az iramot. Kelet felé már látszott a töltés, ott vezet a szaharai műút, amely valahol az atlasz lejtői mentén beletorkolik a nagy karavánútba, és a vasút mellett folytatódik éjszak felé. Senki, Alfonsz, hosszan néz a távolba. «Gyerünk!» mondja azután. Ott közeledik valami délről. Amilyen gyorsan a fáradt tevéktől csak tellett, már nyargaltunk. Amikor felértünk a töltésre, már látszott, hogy egy túra kocsi rohan az úton messziről. A vezető egyszer csak észreveszi, hogy három gumijé áll az autó útjába. Ősz angol úr ül a kormány mellett. Stoppol. Mit akarnak? egy rablót üldözünk, a törvény nevében lefoglaljuk a kocsiját, Kolombésárban visszakapja a csendőrségen. De kérem, én Lord Jeffrey vagyok, mindegy, hogy kicsoda, ez törvény, egy másodpercig sem várunk tovább. Most megjelent az ifjú tevehajcsár is a töltésen. Az angol tétova mozdulatot tett az indító felé, de az őrmester revolvert rántott. Ha begyújt szőr, nyomban lelövöm. Yes. Akkor hát vegyék át az autót. De ön kiszáll? Mi? Hát hogy jutok Kolombesárba? Öt teve áll rendelkezésére a töltés mellett, de egy pillanat sem. Üldözünk valakit, és drága az idő. A lord kiszállt, és a tevékhez ment. Legnagyobb csodálkozására a hajcsár fiú is beült az autóba, és a csendőrökkel együtt elrobogott. – Most mi lesz? – kérdeztük szinte egyszerre senki Alfonstól. – Meglátjuk, csak legyünk túl Kolombesáron, mielőtt a helyettünk elfogott gumiék magukhoz térnek. Akármilyen bajban voltunk, és akármilyen pácban ültünk itt azzal a tudattal, hogy a pár órás szünet után újult erővel még dühöttebb hajtóvadászat indul meg, mégis büszkén robogtunk szembe a bajjal. Hány ember jutott volna el idáig a Kongótól? Annyi üldöző, repülőgép, katonaság, csendőrség és a sivatag minden veszélyén keresztül. Délután már fogytám volt a benzin, de talán elég lesz. A benzin óra alig nulla felett állt. Távol fehér, elszórt házak, zöld pálmakoronák foltja között kolombesár. A város mögött egy dombon az előd. Ha timbakból világák kürtölték, hogy elfogták a három szökevényt, ami valószínű, akkor itt senki se törődik velünk. Úgy állt meg hirtelen fékezéssel a kocsi, hogy előre borultunk. Egy rongyos polgári ruhás arab mellett stoppoltunk. Hé, hol van itt benzinkút? A város előtt túl, ott azon, túl azon az aluljárón. Csak kiabálj, uram, mert süket a benzines. Köszönöm. Tovább rohantunk, bár a motorház furcsán zörömbölt, és félő volt, hogy besül a dugattyú, mert olajat alig jelzett az óra. De elértük még szerencsésen a tankot, senki Alfonsz olyant ordított, hogy oroszlánnak vélhették volna. Kezelő! Hey! Ősz anyóka jött elő, írtózatos öltözés után elegendő benzint és olajat vettünk, aztán tovább. Csak előre! Épp elég nyomot hagyunk magunk mögött. Mi lesz, ha megint köröznek? kérdeztem. Hopkins vállat vont, és a nyelvével a szája sarkába irányította tűrhetetlen szagú szivarját. Akkor megint szerzünk három foglyot. Ilyesmi egy ideig megnyugtatja őket, és lassan szép pénzt gyűjthetünk. Ivon nem szólt semmit. Senki Alfonz mellett ült elől, és időnként feje odahanyatlott a spanyol vállára. Még fáradtan is leplezni akarta érzelmeit. Most beértünk Kolombesárba. A város még forgalmas, este nyolc óra lehet. A timbakból megjött az értesítés, akkor az autóban ülő három gumiét hamar lefülelik, de nem jöhetett. A megmérgezett Timbaki csendőrök még mélyen alszanak celláikban. Most gyorsan át a városon, ne lájul. Stop. Kiszállni, mondja senki, Alfonz és megállítja a kocsit. Gondolod? Ne? pihenünk akárhogy is. Egy óra időnk talán van még. Az autón érkező három gumijé nagy feltűnést keltett. Rövidesen jött egy csendőr. Mi van? A sivatagban találtuk az autót, mondja senki Alfonz, ez a suhanc volt mellette. Azt mondja, a Lord Jeffrey tulajdona a Lord ott hagyta, hogy a kölyök őrizze, és elment a puskájával, nem tért vissza a reggel óta. A fiúnak azt mondta, hogy Ain érkezett a kocsin. Hmm, kellemetlen. Öt napja sincs, hogy erre áthaladt a Lord, jó barátja volt a kormányzónak. Kutattunk -a, a környéken, de sehol sem akadtunk nyomára. A vizet nem vitt magával, tehát baj érte, az bizonyos. Mit akarsz csinálni? kérdezte a kolléga. Hm, bevisszük a kocsit Szefrába. A, a fogadóban Ivon lefeküdt egy szobában. Enni sem bírta kimerültségtől. Mi vacsoráztunk az ivóban, tempósan, nyugodtan, ahogy a csendőrök szoktak. Senki Alfonza világosság elé tartotta a poharát, olyan ráérősen ivott. Hopkins visszaküldte a húst, hogy jobban süssék ki. Én egy napi lapot kértem. Ez állt a címlapon. Elfogták a három szökevényt, a példátlanul ügyes kalandorok az egész hadsereget az orránál fogva vezették. Ki a felelős a blamázsért? A cikkből kiderült, hogy a sajtó napok óta kizárólag velünk foglalkozik. Az emberek fogadásokat kötnek, a néptitokban a mi oldalunkon van, imponál a három elszánt ember, a gyarmatügyi miniszter pozíciója megingott, számos áthelyezés, egy párizsi mulatóban kuplét énekelnek rólunk, ez az igazi sláger. Hát még ha tudnák, hogy itt vacsorázunk. Új jelentés, döszürend már ki a marokkói főhadiszálláson. szálláson. Neki adjuk át a levelet, mondja senki Alfonz. Most öt katona jön be, legionáriusok. Hangosan beszélnek, bort rendelnek, közöttük egy tömzsivajuszos egyén. Azt mondom barátaim, hogy ez a három ember legény a talpán, mondja az egyik. Bár elszöktek volna, én szívből kívánom. Ilyenek megérdemlik. A Kongótól Timbakig jönni, lefegyverezni egy osztagot kézítusában, becsapni fél Afrikát? Azt mondom neked, Thorz, hogy a jó katona nem szökik meg. Thorz, Tuskó Hopkinsnak kidülled a szeme. Ez a 71-es, aki helyett szolgál. Senki Alfonz megfogja a karjánál, mert a köpcös felemelkedett. Pszt, maradj ülve, őrült, most többről van szó. A katonák tovább beszéltek. Az angol bajszos, úgy látszik ez volt Dorz, ellenkezett. Nincs igazad, én is szökevény voltam valamikor, és mégis jó katona vagyok, kitüntettek Szudánban. Legutóbb, amikor még az első századnál szolgáltam, Padomírban is kitüntettek, ki a jó katona, ha nem én. Miért kerültél a Megneszi második századhoz? Amikor Szenegáliába mentünk, Dakarban megsérült a lábam, és kórházba kerültem, miután egészséges lettem, egy csonka osztaggal együtt a tankhoz kerültem, és innen beosztottak a Megneszi századhoz. Tuskó Hopkinsnak a legnagyobb önuralomra volt szüksége. Végre! Ez az igazi Thorz, aki miatt szolgál, és nem szólhat. De várjunk csak! Fiúk, van egy tervem, mondja Tuskó. Nos, ezt az autót jól ismerik, és a nyomunkban lesznek nem sokára. Nos... Ha egyikünk feláldozná magát, akkor a többiek nyomát elveszítenék. Én elindulok az autóval, és ti mentek tovább. Amíg engem elfognak, az legalább fél nap. Meghatottan néztünk rá. Hopkins, mondta senki Alfonsz, most ismertelek meg igazán. Nemes, hősi jellemed van, az biztos. És amellett semmi baj sem érhet feleli. Hogyhogy? Hogy? Hát, ő, itt ez a Thorz, aki a 71-es volt az oráni zászlóajban, tehát én nem lehetek Thorz a 71-es oráni zászlóhajból, viszont mint civilt senki se bánthat azért, hogy a csúf Kongó vidékéről a festői orán felé igyekeztem. Loptam én? Csaltam? Raboltam? Igen, feleltük egyszerre ketten. Na jó, de ők azt nem tudják, az nem a Kongónál volt, hanem még magánzó koromban. Felkeltettük Ivont, és öt perc múlva repült az autó. 12. fejezet Alarm! Még kint voltunk a városból. Vagy a Lord érkezett meg Kolombesárba, vagy az elfogott csendőrök kiózanottak, és már rádióztak. Hopkins a volánnál, előre dőlt, a gáz röfögve tódult a gépbe, és eszeveszetten száguldottunk az éjszakában, épp hogy elhagytuk a várost. Az egyik forduló után csikorgott a fék, és megálltunk. – "Marski", ki! – mondta Tuskó. Gyors készfogás, kiugrottunk a kocsiból, és a műút melletti árokba futunk. Az autó elzúg hopkins az éjszakába. Siettünk uttalan utakon át a mezőkön. Tíz perc múlva látjuk, hogy katonai autók rohannak a távoli műúton, lovak patája csattan. Kérdés, hogy meddig bírja Hopkins? Most a város felül egy vonat fütyül, a fényszóró messze világít az éjszakába, a vonat, mondja senki. Ez átmegy az Atlaszon, Marokkóba, na és? Gyerünk! De nem a város felé rohant, hanem a kolombesári kőbánya felé, ahol ilyenkor minden csendes. Nappal dolgoznak csak a rabok az iszonyú hőségben. Itt néha tehervonat áll, amelybe rakodnak. Egy kis őrházból kezelik a szemafort és a váltót. Várjon, mondta Senki Alfonzi vonnak. Te gyere! Bekopogtunk a bakterhez, aztán szépen elhelyeztük megkötözve egy sarokba, tilosra állítottuk a szemafort, és kisiettünk. Senki Alfonz néhány szóval megnyugtatja az ideges fáradt lányt. Ez ugyanaz én feladatom lett volna, de nem akartam mit vitatkozni. Jó fél órát vártunk. A távoli töltésen nyoma se volt az üldözőknek, Hopkinsnak előnye van, és az öt literes kocsit kitűnő állapotban vettük át. Jön a vonat. Lassít, aztán megáll, és pöfögve vesztegel. A gépész és a fűtő kihajolnak, de már is felugrottunk a mozdonyra, és revolvert szegeztünk neki. Indíts, előre! Itt a szaharában nem tréfálnak a támadók, és ezt jól tudta a fűtő és a vezető. Évont is felsegítjük a lépcsőn. A gépész babrál a fogantyúkon. Mit akarnak? kérdezte a fűtő. Az atlaszon átjutni. Mi a Kongótól szökünk. Hány megálló van addig? a gépész felkiáltott. Maguk azok! Hely, fiú! Úgy fűtsd a mozdonyt, mintha a pokol lenne. Hát maguk azok! Örömmel végigmustrált minket, miközben sebesen dolgozott a fogantyúkon, és a vonat rövidesen úgy vágtatott, hogy szinte kiugrott a símből. A fűtő kezünket szorongatta. Fiúk mondta, minden igazi francia nektek szurkol, micsoda veszett fickók vagytok. Most meg elfogták a vonatot! A népszerűség hatalmas szövetséges. Most már minden egyszerű ember a mi pártunkon van, örül, ha segíthet nekünk, és osztozhat a népszerűségünkben. Ivon először leült, aztán végigdőlt a szénhalmazon, és elaludt. A fűtő és a mozdonyvezető úgy dolgoztak, hogy ha az afrikai vonat sebességi díjat nyerhetne, akkor az óceánjáró kék szalagja lokomotív kéményét díszítené. Borral kínáltak és előszedték a hazai ennivalót, híres rablók élvezhettek ilyent, akiket valamiért szívébe fogad a nép. Egy Robin Hood élhette át ugyanezt korának mozdonyvezetői között. Hajnalban már az Atlas szikláink kúszott fel a vonat, és délelőtt a hegység tetején jártunk. Felváltva aludtunk, mert népszerűségünk dacára résem voltunk. Délután már az Atlasz keleti lejtőjén haladtunk lefelé. A Marokkóba eljutunk, nyert nyertügyünk van. Megállni mondta Senki Alfonz de csak annyira, hogy leugorjunk. A gépész lassított, és mi leugrottunk. Ivont Senki Alfonz a karjaiban tartotta, a leány ugrás közben is aludt, a vonat nyomban tovább robogott. Körül mindenféle kis községek látszottak a hegyoldalban, és távol Istenem, Marokkó! Itt elbúcsúzunk, Ivon, mondta senki. Most már nem vihetjük tovább. Magának Marokkóban rokonai vannak, hívja fel innen telefonon őket, használja most már a Düran nevet. És maguk? Megyünk tovább, fiúk. Az Isten, az Isten nem tudta folytatni. Elfutott a szemét a könyv. Senki alfonzott, megölelte, aztán hirtelen hozzám lépett, Két kézzel megfogta az arcomat, és a homlokomat megcsókolt. Szóval mégis szeret. Egy szőlődomb közepén megpihentünk. Most ezt a ruhát kell eldobni. Ha befut a vonat Marokkóba, akkor a környéken mindenfelé kutatnak. Távolabb egy kis házikot láttunk, arab pásztor lakhatott benne, körül juhok. Gyerünk, mondta, előre! A pásztor egy csőz barátjával idogált, bekopogtunk hozzájuk, és miután megkötöztük vendégével együtt, elhelyeztük őket az asztal alatt. Majd az út két oldalán elindultunk Marokkó felé. Én a csősz ruhájában, senki Alfonsz, mint pásztor, vagy negyven jóval. Tíz percig sem haladtunk, amikor messziről katonaság tűnt fel. Előttük robogott a rendőrség riadóautója. Azonnal a földre hasaltam. Senki Alfonsz nyugodtan ment, és negyven juhot terelt maga előtt. Oda se néztek. Olyan képtelen gondolat volt, hogy ez valamelyik szökevény lehet. Már alig néhány száz méterre voltunk a várostól, amikor beláttuk, hogy hiába minden. A Marokkóba vezető utakat a rendőrség és a katonaság tartotta megszállva. Amerre a szem ellátott mindenfelé fegyverek, szuronyok, de azt se csodálta volna senki, ha három ember miatt a köztársaságban elrendelik az általános mozgósítást és kihirdetik az ostrom állapotot. Az útmenti autócsárda előtt két kocsi vesztegelt, de oda bennem volt senki. A kocsi tulajdonosait a rendőrségre vitték igazoltatni. Távolabb még egy kocsi állt az úton, a sofőr újságot olvasott a tető árnyékában. Senki Alfonz intett, aztán odament és megszólította a sofőrt. Én a másik oldalról jöttem. Miután megkötöztük, egy távoli bokor alatt helyeztük el. Közben a negyven várakozott. Ülj be, mondta senki, vezesd a kocsit annak a fának a csapszék mellett, de előzőleg ugorj le. Ott hagyott. Tudtam, hogy ritkán csinál ostobaságot, tehát megtettem, amit kért. Az autó nagy csörömpöléssel felborult, miután kiugrottam, aztán bementem a kocsmába. Alig volt a helyén valami. Itt nagy verekedés lehetett, minden feldöntve, üvegcserepek, törött szék, és kisé összeverten, ott feküdt a tulajdonos és a pincér. Mi volt itt? Telefonáltam, mondta senki. Most ígyunk egy kortyot. Néhány perc múlva sivítás hallatszott, sziréna. Megint egy riadó autó, mondtam. Nem, ez a mentőkocsi. Kihívtam őket egy felborult autóhoz. A mentőorvos és a sofőr csodálkoztak, hogy senki sincs az autóroncs mellett. Még jobban csodálkoztak, amikor úgy vágták fejbe őket, hogy aléltan zuhantak a földre. Mivel ott volt a mentőkocsi, egy hordágyra helyeztük őket, és az autó elindult vissza. Sivítva rohant a kordonnak. Senki Alfonzon a sofőr sapkája és köpenye, én a beteg mellett ültem, ahogy a mentőknél szokás, mert időközben esetleg magához tér valamelyik, és nyugtalankodik. Ilyenkor újra fejbeütöttem, és csend lett. A kordon szétrebbent, és az autó befutott Marokkóba, nagy szirénázással, egyenesen a hadtest parancsnokság épületéhez. Általános feltűnést keltett a mentőkocsi. Senki alfonsz leugrik, és az őrszemhez lép. Súlyosan sebesült főtiszt van velünk, közölni akar valamit már Márkival. Fontos katonai titok, gyorsan, nem lehet leemelni a kocsiról, halálán van. A poszt elrohant. Én még utoljára ütöttem éledő ápoltjaimat, és szintén kiszálltam. Itt voltunk. A Kongótól. A törvény nevében... Tíz rendőr fogott közre bennünket, tíz revolver cső merett ránk. Megálljanak, fontos parancsot hoztunk, indulj vagy lövünk. Nem, ezt egyszerre mondtuk. És most döszüren már kilépett ki a kapun csodálkozva. A rendőrkapitány feszesen tisztelgett. Excellenciás uram, ezek az igoriból érkezett szökevények. Hogy az ördögbe jöttek ide? Mentőkocsin magukat én ismerem, mondta a Márki, miután végignézett rajtunk, és sajnálom, hogy így végezték. Senki Alfonsz tisztelgett. Tengernagy úr, egy levelet kellett kézbesítenem önnek, és átnyújtotta a levelet a címzetnek. Hm – mondta a Márki, mi ez, szakácskönyv? Bocsánat, a másik levél volt, amelyben Levin szakácskönyvét vittük magunkkal az őserdőbe. De egy pillanattal később, igen, ez az a pillanat, amiért érdemes volt a világra jönni, átadtuk az igazi, ötpecsétes levelet sértetlenül, benne a tábornok jelentésével. Közben ezrekre menő tömeg hömpölygött körül, és mindenfelé a környező utcákban összetorlódott a kíváncsi sokadalom. Zaj, kiabálás, pufog a gumibót, a nők sikongatnak. Néhány ember halkan ez, ezeket letartóztatják. Marokkó utcai élete teljesen lebénult. A városban elterjedt a hír, hogy itt vagyunk, és mindenki látni akart bennünket. Ki küldte ezt a levelet? A levéről semmit sem mondhatunk, Excellenciádnak. Miért? Katonák vagyunk, parancs az parancs. A tömeg áttörte a kordont, kardvillan, botpuffan, ordítozás, Neki szorítanak bennünket a kapuajnak. Döszören zsebre teszi a levelet. Vigyék ezeket a gélizerőt parancsnoka elé, és felénk fordult. Ez a levél enyhítő körülménynek számít, bíráig előtt, kérdezte keményen. Oui, mon excellence. Ha így van, régi érdemeikre való tekintettel gondoskodni fogok, hogy a hadi törvényszék figyelembe vegye. Bár arra, amit maguk tettek, alig van mentség. Kár, hogy ide jutottak. Megfordult, és ott hagyott bennünket. Közben a rendőrséget megerősítették katonasággal, és a zsibongó tömeget a mellékutcába szorították sorozatos attakokkal. 13. fejezet Nyugodtan tűrtük, hogy a káplár megvasaljon bennünket. Gyorsan belöktek egy nagy szürke katonai autóba, aztán mentünk. Egy perc múlva ott álltunk a gélízerűd udvarán, először is az őrségre vezettek, és kiforgatták a zsebeinket, a minden segít, káromkodik az őrmester. Bizony, négy-öt revolver, néhány száz revolver és kés, ólombot, összesen két embernél elég ijesztő látvány. Hát ez mi? Levin szakácskönyve akadt a kezébe. Kérem, mondta senki Alfonsz, ez igen fontos bűnjel, gondosan őrizzék meg. Nini, mondja most az őrvezető, akármi legyek, ha ez nem Levin szakácskönyve. Az hát, mondta, csak ugyan, kiáltja a káplár. Mutasd meg hát a fényképen, melyik a híres Levin. Ez itt, aki ül, itt vagyok én jobbkézre, kedvenc tanítványa voltam. Végre, végre megtudjuk a titkot. Őrvezető úr, ön Levin tanítványa? De mennyire? Ki volt az a Levin? Ne ugrason, azt akarja mondani, hogy nem tudja, ki volt Levin. Mit mesél ilyen? Komolyan nem tudom. Ugyan mit viccel, hagyjon békében. Erre térdre hulltam, összekulcsolt kézzel, és így szóltam. Őrvezető úr, hónapok óta időnként nagyon szenvedtem, mert Levin mester, akivel szerencsétlen lehettem együtt ülni, elvárta, hogy hírből jól ismerjék. Én itt most ünnepélyesen bevallom, és megesküszöm rá, ha kívánja, nem tudom, ki volt Levin. Ne vessen ki tudatlanságomét, vessen meg, könyörgök, köpjön le, de mondja el, ki volt Levin. Az őrvezető teljesítette a kérésemet, leköpött, és elmondta, hogy ki volt Levin. A nagy Levin már korai ifjúságában, mint nadrák szabó, a festői Cape kezdte pályafutását. Szíve azonban már akkor is a főzés nagy tudományáért lelkesedett. Húsz éves korában még nem is sejtette, hogy a következő év karácsony estéje milyen jelentős fordulatot hoz életébe. Azon a karácsony estén Levin tetten érték betörés közben a festői képtaumban, amikor megkérdezték tőle, hogy milyen munkára osszák be, amihez esetleg hajlama van, azt felelte, szakács szeretnék lenni, mert meggyőződésem, hogyha minden ember kedves szerinti hivatásából élhetne, nem volna bűnöző a földön. Mi volt maga az előtt? Nadrágvasaló. És ez lett a vesztem. A nadrágvasaláshoz nem érzek el hivatottságot. Panaszosan kiáltotta két öklét mellére csapva: Hagyjatok főzni, és én megjavítom az emberiséget. Ezt az állítását nem értékelték kellőképpen, de az intéző utasítására esténként hipofoszfátot kellett szednie Levinnek, hogy idegei rendbe jöjjenek, mielőtt az elmélet elhatalmasodna a fogoly szervezetén de egy hét múlva az átutazó Velszi herceg meglátogatta a fogházat is, és akkor Levin pedig rendszeresen szedte a hipofoszfátot, a trónörökös lába elé vetette magát, és így kiáltott sírva, ször, én főzni akarok, miért van az, hogy minden tanulhatnak a rabok, csak főzni nem? A herceg végighallgatta Levin kérését, Tetszett az elmélet, amely szerint nem volna bűnöző, ha minden ember kedves szerinti hivatásából élhetne meg. Igazgató, mondta herceg, legyen képtan fegyháza az egyetlen, amelyben a foglyok főzni is tanulhatnak. De szőr, ki legyen az oktató? Értem, én átadom a főző tanfolyam számára tanárnak a hajószakácsomat. Két hónap múlva a herceg szakácsa visszatért szolgálatába, és Levin vette át az oktatást teljes egy évig. Ekkor szabadlábra helyezték a nagy embert. Ő felsége valahányszor képtaumban járt, kötelességének tartotta, hogy Levin fegyházi konyhájáról hozassa az ebédet, azt már csak rossz indulatú egyének terjesztették, hogy a trónörökös ezért nem fordult meg sűrűbben Dél-Afrikában hatalmas cikket írtak az esetről, és a londoni Savoy Hotel szerződtette szabadulása után Levint, ám fél évi működés után ismét hosszabb kényszer oktatásra ítélték egy fegyházi főző tanfolyamon. Levin neve fogalom lett. Egyszer különös véletlenek következtében hosszabb ideig szabadlábon volt, és a herceg meghívta a hajójára, hogy főzzön egy Levin menüt a vendégeknek, ebből az alkalomból Levin képe is ott szerepelt minden nagyobb labban, amint egy borjú frikandó és egy segéd társaságában várja a Velszi herceget. Ez a kép itt a szakácskönyvben fejezte be az őrvezető Dél-Afrikában, a Johannesburgi fegyintézetben készült, ahol én is Levin tanítványa voltam csempészésért. – Mondja, kérem, szólt senki, Alfonz, és egy kukta, kötényes, rabruhás alakra mutatott. Ezt a kollégáját is ismeri? – Hogy a fenébe, ne! Ez Brizsaron, erőszakos, kegyetlen rablógyilkos. Adanéztem, és tátva maradt a szám. – Levin tanítványa, a Brizsaron nevű gyilkos, senki más, mint a félszemű mérnök Igoriból. Senki mosolygott, amíg én hülyén ott álltam. Nem érted? Első napon, amikor megérkeztünk Igoriba, Levin egy marinírozott halat kért, és ráismert volt tanítványára a főzés stílusából, később őt is bevették a jobb kategóriába, mint mérnök járt igen előkelő öltözékben. Persze, hogy ezt a tanítvány tette vele. Aki odaállt, marinírozott halat főzni. Halat nem jól csinált ez a Brizseron, jegyezte meg a tizedes. A rablógyilkosok csak nyárson és roston sült húsokat készítettek jól, azt is csak egészen angolosan. Az orgazdák és besurranó tolvajok specialitása volt a hal. A nagy Levin pontosan tudta, hogy melyik bűnözőnek mihez van talentuma. Igazi tyúklevest és főt marhahúsokat a zsarolók készítettek, viszont az édes tésztát, habos dolgokat a leánykereskedők és zsebtolvajok tanulták el hamar. A rövid eszmefuttatás után egy cellába kísértek. Mond, te mióta tudod, hogy a félszemű képeid benne van? kérdeztem senki Alfonsztól. Amikor a teknőben Levin odajött, és megkérdeztem tőle, kinek köszönheti ezt a karriert. Azt felelte, hogy egy tanítványa van Igoriban, aki felkarolta. Emlékszem, na hát, akkor eszembe jutott a könyvben látható fénykép, amely Levint tanítványai körében ábrázolja. Amikor megnéztem a fényképet, rögtön ott láttam a tanítványok között a félszemű mérnököt. A törökkel mi lehet? Már régen meg kellett volna érkeznie. Nem tudom, gyanús majd pont a török szultán nem lesz gyanús. Gondolod, hogy dőszüren nem olvasta még a levelet? Kérdeztem később. Attól félek, hogy esetleg azt sem használ nekünk, ha olvasta. Mi? Hogy érted ezt? Talán olyasmi történik Igoriban, hogy, mint a tábornok mondta, eltusolják, és akkor bennünket is feláldoznak. Nem veszik tudomásul a levelet. Kidobnak valahová a távoli szaharába, mint szökevényeket. Lehet, hogy ez a senki Alfonz megint fejünkön találta a szöget? Azután felvezettek a parancsnok elé. A nagy irodahelyiség tömve volt kíváncsi tisztekkel, tábornokok, őrnagyok, egy spáhi kapitány, a kormányzó szárnysegéde, mindenki, aki csak tehette, itt volt a Marokkóban időző tisztek közül. Azt a köpcös gazembert is vezessék föl, mondta a parancsnok az altisznek. Tehát Hopkins is itt van. Ti veszett fickók vagytok, de a hadseregetért, meghurcolásért keservesen fizettek. Egy főhadnagy lépett elénk. Hol van a leány, aki kolombesárnál még veletek volt? Mi? Ezt nem mondjuk meg, a nevét sem közölhetjük, mond felelte senki Alfonz. A tiszt megrázta az öklét az orrunk előtt. Vigyázzatok magatokra, ha Az a köpcös mindent bevallott. Ilyen trükkel jön nekünk. Pont Hopkins az, aki beval, és pláne mindent. De épp hozzák. Kisé megverhették a fiút, mert az orra és a szája duzzadt. De mi van? Hogy jön be? Ki látott ilyent? Mosolyog és megemeli a sapkáját, Alázatos szolgálja. Közlegény, kiáltja a parancsnok. Hogy viselkedik? Köszönöm kérdését, parancsnok úr. Megőrült ez. A hadnagy elé áll. Kanály, szimulálsz? Nem szimulálok. Én polgári személy vagyok, akit jogtalanul tartanak fogva. Egy tiszt lép most oda a hadnagyhoz. Kérlek, ez nagyon különös eset. Úgy látszik a fogoly csak ugyan polgári személy, mert egy TAZ nevű azonos adatokkal belajstromozott egyén nálunk szolgál a kettes megneszieknél. Szintén polgári személynek vallják magukat, fordul felénk a parancsnok. Nem, mon komandant. A hadnagy megsuhogtatja a botját. – Hol a lány? – kérdezte röviden. – Ha a hadnagy úr most rosszul bánik velünk, azt rövidesen sajnálni fogja – mondtam katonás tisztelettel. – Mi? – Hát ti úgy viselkedtek. Várj, szólt közbe az őrnagy. Úgy látszik okult Hopkins esetén. Mit értesz az alatt, te apagyilkos, hogy jól bánjunk veletek? De feleletre nem került másor. Nyílt az ajtó, és besietett dőszülőn már ki. Tizennegyedik fejezet. Ő Excellenciája személyesen jött. Hú, hogy nézett ki? Az arca piros volt. Harag, öröm és büszkeség sugárzott róla. Egyetlen csattanással záródott valamennyi boka a teremben. A kormány biztos végigment előttünk, és hosszan nézegetted bennünket. Azután a tisztek felé fordult. Uraim, óhajtom, hogy ezt a három embert mindenfelé, ahol csak szóba kerülnek, úgy emlegessék, mint a köztársaság legvitézebb, legönfeláldozóbb, leghűségesebb katonáit. Egy pillanatig ámult csend, csak Hopkins dünnyögi halkan, azt is említsék meg, hogy én civil vagyok. Elrendelem továbbá, folytatta emelt hangon, hogy a hadsereg valamennyi százada említse holnap a napi parancsában ezt a három embert, akikkel most kezet fogok. Sorban megrázta a kezünket. Dőszüren tenger nagy mindig büszke lesz erre a készfogásra. Ilyen ember volt. Szemrebben és nélkül falhoz állította a gyáva, rossz, kártékony katonát, de az igazi teljesítményt senki nem értékelte többre, mint ő. Senki, Alfonsz feszesen kilépett, beszélj! Excellenciás Uram, magas elismerését alázattal köszönjük, teljesítettük kötelességünket, ahogy jó katonához illik, ez volt az egész. Ezek, fordult a tisztek felé, leleplezték a leggyalázatosabb árulást, és minden idők legnehezebb katonai parancsát teljesítették, amikor tüzön vizen át elosztak egy titkos jelentést egyenesen a vezérkarhoz, és végignézett bennünket. – Micsoda fickók! – mondta nevetve, de a szeme furcsán csillogott. Forlami helyőrsége az őserdőben száz főnyi katonájával meglepetésre ébredt egy napon. A kis repülőtérre egymás után három gép szállt le. Tisztek érkeztek. Nem lehet tudni, mi volt. Az erőt parancsnokát és a rádiós tisztet leváltották. Ezek repülőgépen elhagyták forlamit. A parancsnokot útközben szerencsétlenség érte, kiesett a gépből valahogy. Azt is plegykázták mindenfelé, hogy öngyilkos lett. A helyőrséget nyomban útnak indították. A Kongó partján hirtelen keleti irányba folytatták az utat, egyenesen Igori felé meneteltek, erőltetett útszakaszokban. Ugyanekkor Igori felett megjelent egy repülőraj, félelmetes búgás töltötte be a levegőt, és a százados elé a következő rádiogrammot tették, tíz percen belül foglyok, benszülöttek és őrök gyülekezzenek az erődben, parancsunk a következő, ha egyetlen ember megkísérli elhagyni Igorit, bombákkal semmisítjük meg az erődöt, Forlámi parancsnokait leváltották, a helyőrsége könnyű üteggel megerősítve, három órán belül megszállja Igorit. Tíz perc múlva megnyitjuk a gépfegyvertüzet, aki az erődön kívül van, azt lelőjük. Tíz perc múlva az alacsonyan keringő repülőgépek elárasztották a környéket gépfegyvertűzzel. Délután hatkor Igori ellenállás nélkül megadta magát. 7 órakor befejezték az első vizsgálatot, és az erőd mögött igen gyorsan fejbe lőttek 16 embert. Közöttük Brizsant és Fornált, a dúdoló hülye káplárt. A századost elvitték megvasalva orámba. Az ügyről csak néhány sor jelent meg a lapokban. Igoriban a fegyencek lázadást kíséreltek meg, amit forlami helyőrsége elfolytott a három szökevény katona, akik közül az egyik polgári személy, a titkos szolgálat megbízásából jött Igoriba, és elfogatásukat szándékosan nem szorgalmazta a gyarmati hadsereg. Ezt a flastromot kapta a sok lóvá hatóság. Mi azonban tudtuk, hogy mennyire szorgalmazták. A kunyhó lakói bizonyára rossz bőrben voltak, amikor Pérez százados egy szakasszal értük ment. A küszöbön Potrien várta az őrmester sárga, fonja arcából búsan állt el az orra, valamint a bajusz és a szakál alkatrészeit, de azért, mint a gyertyaszál állt meg Pére előtt. Potrien őrmester jelentkezik százados úr. A százados megszorította nagy, csontos, ráncos kezet. Rossz bőrben van, a sef, és megkopogtatta a penészes, nedves zubbony rozsdás gombjai között az őrmester melkasát. Elfogyott a tartalék Az őrmester arcát némi pirosság színezte át, és a szeme is élénkebb lett az érintésre. Kissé megviselt az ügy. Azt hiszem, három szabad napot kell majd kérnem, hogy rendbe jöjjek, de a gyengélkedőben nem vétettem fel magamat. A százados nevetett, és megveregette a sepphelyes, halálos szenvedésekkel beárnyékolt sovány arcot. – Alors, tu va bien, mon chef? – boka csattog. – Si, mon commandant! A százados tovább akart menni, de az őrmester elé állt. Óvatosan, mon commandant, egy testőr áll a tábornok mellett, mert azt hittük, hogy ezek a gazok átjönnek a terhelő tanúkat megölni. Testőr? Mi az? Fogó itt velünk, nagyon derék fiú, és beszólt a másik szobába. Hé, maga csirkefogó, a mieink jöttek, azért még nem kell ordítani. A török szultán jelent meg az ajtóban egy konyha késsel. A török szultán még azon az estén itt ragadt, amikor mi útra keltünk. A kis ipari vágány füstölgő lokomotívval indulásra várt, a török gyors suttogást kezdett a mozdonyvezetővel. Itt van 5000 frank, én most elbújok a kocsira, és gurítson rám szenet. Rendben van. Gyorsan! A török elhelyezkedett egy kis taligaszerű, keskeny nyomtávú teherkocsiban, és a gépész szenet gurított rá. Tíz perc múlva nagy pöfögéssel megindult a vonat. Az hm, érdek, vigyel! Ez a kocsi szén nem mozdul. – Mi az? Lekapcsolták? – kiemelkedett gyorsan, és meglepő látvány fogadta. Tíz katona állt ott lövésre kész puskával, középen fonál a káplár. – Kiszállni! – közre fogták, és az irodába kísérték. A százados mosolyogva fogadta. – Kezdettől fogva tisztában voltunk magával Bulanzsé, ugyanis az ön orvos barátja, a Kvasztics elárulta. Nem igaz, de higgy el, ez az ember álmában beszél, és éjjel kifecseget egyet és mást az ügyeiről, így a kisvasútról is mesélt, most oda kerül a cimborái közé, sajnálom, mert sokat mulattam magán. Kutassátok át! Amikor a látcsőtáskát akarták levenni róla, úgy hadakozott, mint egy tigris. A levelet szerette volna összetépni. Betörték az orrát, valaki puskatussal hátba vágta, de ő védekezett, és úgy kapta szájon a kiskáplát, hogy három foga tört bele. Mégis elvették tőle a látcsőtokot. A százados kinyitotta. Hmm. Mi szüksége volt önnek arra, hogy szivar végeket gyűjtsön? A török szultán nagyot nézett, és végül egy igen meglepő kijelentést tett: Hű, az a nyavajás, tolvaj! Azóta eltelt egy év, ma már megírhatom az esetet. Pittman mindent bevallott, nem volt kicsinyes ember. Mosolyogva mesélte el az egészet, és mosolyogva ment hajnalban az exekúcióhoz. Elutasította az altisztet, aki kendővel közeledett. Farkas szemet nézett tizenkét lövésszel. Mi volt a szélhámosság? Pittman, mint Flörien főadnagy, megérkezett Igoriba, akkoriban a Kongónak ezen a szakaszán méréseket végeztek, és különféle társaságok küldöttei megkörnyékezték a szakembereket. A legfontosabb személy a kiküldött ellenőrző tiszt, ez a Flörien volt, aki helyett Pittman jelentkezett szabályszerű írásokkal. Az ő jelentésétől sok függött. Pittman átlátta, hogy milyen helyzet kínálkozik, először hagyta, hogy a vállalkozók megvesztegessék, és a véleményezéseiben előnyben részesítette azt, aki többet fizet. Később már ő irányította a szélhámosságot. Az akadékoskodó tisztek és mérnökök lassan egyenként eltűntek. Senkinek sem gyanús jelenség a Kongó vidékén, hogy néhány ember malária, tifusz vagy napszúrás áldozata lett. Igori nagyon messze van minden ellenőrzés lehetőségétől. Hihetetlenül költséges és komplikált egy hivatalos út a Kongóhoz. Lassan annyira teljes lett a szélhámos különítmény, hogy kialakulhatott a nagymű. Egy tönkrement vasútépítő társaság mérnöke ajánlatot tett a belga-kongó vasútépítőinek anyagszállításra. Igen, olcsón. Az ajánlatot elfogadták. Utóbb kiderült, hogy a belga építkezésnél is voltak bűntársaik. Ezután a francia vasútépítéshez érkező anyagot rendszeresen tovább szállították a belga munkálatokhoz, 200 km távolságra. A hihetetlen pénzösszegeket egyszerűen eltették. Az anyag egy kis részéből látszólag építették a francia szakaszt, átutazók vagy pilóták a magasból nem láthatták, hogy a töltés, az összekötő híd, a cementalap, mindenhol szinte papírvékonyságú. Igen kevés, rosszul kevert anyagot használtak, a sinek csak rövid szakaszon vezetnek, és véget ér a vonal mindenütt, ahol a fák közé ér a pálya. De futtában messziről, mégis alagútnak, hídnak, töltésnek hatott az építkezés. Évek folyamán megépült a belga vasút, egy tökéletes kis szakasza a sikkasztott francia anyagból, közben az igoriban berendezkedett szélhámosok már több millió frankos letét felett rendelkeztek különféle külföldi bankoknál. Igazán semmiség volt ebből a pénzből a légiós mennyországot fenntartani. Mit számított akár tízezer havanna, vagy akár bor, vagy sütemény, amikor egész vasútvonalakat, alagutakat és hidakat loptak el? Ha néha mégis bizottság érkezett a fegyenztelepre, ezt forlamiból előre tudták. Ilyenkor a rabok dolgoztak, a luxus berendezést összehordták,